Énok könyve, első könyv, az őrangyalok könyve, bevezető beszéd az igazakra és a bűnösökre váró ítéletről, első fejezet. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni, amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva. És példázatokban beszélve így szólt. Énok az igaz és Elohimtől való férfi, akinek szemét, az Elohim felnyitotta, és látomásban látta a szentséges szemét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam. De mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéki, hanem egy távoli, amely majd ezután fog eljönni. A választottak érdekében szólok, és számukra szól a látomás. A szentséges és hatalmas a világ Elohimja eljön majd lakhelyéről. És a földre tapos akkor a sínai hegyen, Eljön seregeit vezetve, és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével. Félelem szálja meg akkor mind az élőket, és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor a Föld lakóit, bárhol is lakoznak a Földön. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban. A Föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van, elpusztul amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is. De a választottaknak mégis békességet ad, megóvja őket és megkegyelmez nekik, és mindannyian az Elohimhez fognak tartozni, boldogok és áldottak lesznek, és az Elohim dicsőségének fénye ragyog rájuk. Íme eljött Jahova tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédéért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak. Vádbeszéd a bűnösök ellen, második fejezet. Figyeljetek meg mindent, ahogy az égitestek működnek, hogy pályájukról nem térnek le, nem változtatnak azon is, a mennyei testek hogyan kelnek és nyugszanak rendben, mind a kiszabott időben, és nem szegik meg soha a számukra meghatározott rendet. Tekintsetek a földre, és vegyétek figyelembe a rajta történő dolgokat a kezdettől a végig, hogy milyen álhatatosak, hogy egy sem változik meg a föld dolgaiból, hanem Elohim munkái mind jól láthatóak számotokra. Nézzétek a nyarat és a telet, hogyan telik meg az egész föld vízzel, és a felhők és a harmat, és az esők vizei hogyan borítják be. Harmadik fejezet figyeljétek meg, és látni fogjátok, hogy telenként minden fa elszáradnak látszik, leveleiket lehullajtva, kivéve 14 fát, melyek nem vesztik el, hanem megtartják öreg lombjaikat három vagy négy évig, mielőtt új lombok takarják be őket. Negyedik fejezet. És figyeljétek meg a nyári napokat is, hogyan süt le a fennlévő nap a földre, és a naptól jövő hőség miatt árnyékot kerestek, és a föld is perzselődik a nap hevében, és nem taposhatjátok a földet vagy a köveket azok forrósága miatt. Ötödik fejezet. Figyeljétek meg, ahogyan a fák zöld levelekkel takarják be magukat, és gyümölcsöket teremnek. Okuljatok mindezekből, és vegyétek figyelembe mind az ő munkáit, és tudjátok meg, hogy ő, aki mindörökké él, hogyan teremtett mindent olyanná, amilyen lett. És az ő munkáit évről évre bevégzik, és minden feladatukat betöltik az szerint, amint meghatározta, és el nem térnek a nekik adott feladatok bevégzésétől, hanem aként működnek, ahogy Elohim azt elrendelte számukra. És lássátok, hogy a tenger és a folyók vize is hasonlatosképpen változatlanul bevégzik azt, ami nekik adatot rendeletéből. De ti, akik nem voltatok álhatatosak, sem a Jahua törvényét nem cselekedtétek, hanem áthágtátok és büszke, súlyos szavakat szóltatok, a szájtokkal az ő hatalmassága ellen. Óti kemény szívűek, számotokra nem lesz békesség. Ítélet. Azért utáni fogjátok majd napjaitokat. Az életetek évei elillannak és megsokszorozódnak pusztulásatok évei az örök utálatosságban, és kegyelmet nem leltek. Abban az időben neveiteket mindörökké utálatossággá teszitek az igazak előtt, és mindazok, akik átkoznak, általatok fognak átkot mondani. A bűnösök és az istentelenek veletek szórják majd átkaikat, így lesznek majd az istentelenek a ti átkozóitokká. Ám az összes igaz vigadozni fog, és bűneik bocsánatot nyernek akkor, és kegyelem, békesség és teljes türelem adatik, üdvösséget nyernek és csodálatos fényt. És ti mindannyian, akik bűnösök vagytok, nem nyertek szabadulást, hanem maradandó átok alatt vagytok. A választottaknak pedig fényjár, kegyesség és béke, és ők örökölni fogják a földet, és akkor a választottaknak bölcsesség adatik, és élni fognak, soha többé nem hágják át a törvényt, sem feledékenységből, sem büszkeségből kifolyólag, hanem alázatosan élnek majd, mint a bölcsek és nem lesz többi áthágás, nem lesz bűnös cselekedet az életükben többé, nem is halnak meg az isteni haragtól való bosszútól, hanem betöltik az életük napjait. Életük békében halad majd, és örömeik évei megsokszorozódnak, örök gyönyörűségben és békességben, az életük minden napján át. A vírasztok lázadása és bukása, az összeesküvés, hatodik fejezet és lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy lányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között. Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. Erre sem jelza, a vezérük volt, azt mondta nekik. Félek talán mégsem akarjátok majd véghez vinni a cselekedetet úgyhogy egyedül én fogom a -e nagy bűnterhét viselni. Azok válaszolva neki ezt mondták, mindannyian megesküdünk, és fogadalommal kössük magunkat közös átkok alá, hogy ezen a terven nem változtatunk, hanem véghez visszük azt. Ezután mind megesküdtek, és a reáljövő átkok alá közösen kötötték magukat. Teljes számban kétszázan voltak, akik járed idejében alászálltak az Ádiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa azt a hegyet azért Hermannak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg, és vetették magukat közös átok alá. Ezek a vezéreik nevei. Semjáza, aki fővezérük volt. Urak Bármél, Rámlál, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Azákiel, Barákiel, Asáel, Ármáres, Pátrael, Anánel, Szerákvel, Samsaviel, Szatárel, Turál, Jomjáel, Száriel. Ezek voltak a tízek vezérei. A tett és következményei, hetedik fejezet. Ők és a velük lévő többi angyal feleségeket vettek magukhoz, mindegyik azt, akit kiválasztott magának, elkezdtek bejárogatni hozzájuk, és velük háltak és megtanították őket varázslatokra, mágiára, bűveletekre és a gyökereket vágni, oltani, és megismertették velük a növényeket. Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek, akiknek magassága háromezer könyöknyi volt. Ezek felélték az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel, és kezdtek bűnöket cselekedni a madarak, Állatok, csúszomászok és halak ellen is, és egymásnak estek, hogy egymást felfalják, és megitták a vért. A föld pedig vádat emelt a törvénytelenek ellen. A titkok feltárása, nyolcadik fejezet. És azáltal megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat, melvérteket, és megismertette velük a föld mélyén rejlő különböző fémeket, és azok megmunkálásainak, műveleteit, és a karkötők, ékszerek és az öntvények használatát, a szemhéjak kifestését, és mindenféle értékes drágakövek megmunkálását, és minden színeknek festéshez való keverését, és a világ megváltozott és megsokasodott az istentelenség és parázaságokat, fajtalanságokat követtek el, és minnyáján eltévejedtek romlottakká lévén minden utaikban. Sem a tanította meg nekik a varázslást, vagy tanította a varázslókat és a gyökerek vágását. Ármáres a varázslás elhárítását, Barákiá tanította az asztrológiát, Kokábel a csillagképet, Azákiel a felhők és jelek ismeretét, Szerákiel a földnek jeleit, Szamszávéel a nap jeleit, el a hold útját, és ahogyan az emberek pusztultak, felsírtak, és siralmaik feljutottak a mennybe. A négy angyal közben járó imája, kilencedik fejezet. És mikhááá Gabriel, Uriel és Rafael letekintve a mennyből látták a sok vérontást, ami a földön történt, és minden törvénytelenséget, ami a földet sújtotta. És ezt mondták egymásnak. A földvárosai kihaltakká váltak, és siralmaik feljutottak a mennyek kapujához. És most hozzátok a mennyben lévő szent lényekhez könyörögnek az emberek lelkei mondván, vigyétek peres ügyünket a magasságos elé, és ezt mondták a korok urának. Urak ura, Istenek Elohimja, királyok király és a korok Elohimja, a te trónodnak dicsősége minden nemzedékben és minden korban fennáll, és a te neved szent dicsőséges és áldott minden korokban. Te teremtettél mindent és minden hatalom a tiéd. Minden dolog mesztelen és nyitotta előtted. Minden dolgot látsz, és semmi nem rejtheti el magát előled. Láttad, mit tett az aki megtanított minden igazságtalanságot a földön, és megnyitotta előttük az örök titkokat, amelyek a mennyekben voltak fenntartva, és amelyek után az emberek vágyakoztak, hogy megtanulhassák azokat. És sem jáza, kinek hatalmat adtál társai fölött, hogy vezesse őket, akik lementek a földön élő emberek lányaihoz, és az asszonyokkal háltak, és így megfertőzték magukat, és feltártak előttük mindenféle bűnt. Az asszonyok óriásokat szültek, és azoktól az egész föld vérel és igazságtalansággal telt meg. És lámosta meghaltak lelkei felkiáltanak, és kérelmeik feljutnak az ég kapujába, síralmeik felszálltak, és nem szűnnek meg kérelmeik a törvénytelen cselekedetek miatt, melyek a földön elterjedtek. Te minden tudsz, mielőtt azok megtörténnek. Látod mindezeket, és megtűröd. Nem adsz utasítást nekünk arra, hogy mit tegyünk velük mindezek miatt. Az arkanyalok megbízatása Tizedik fejezet Ekkor megszólalt a magasságos, a szentséges és hatalmas. Szólt és elküldte Uriát Lámek fiához, mondván neki, Menj el Noéhoz, és nevemben mond neki, rejtsd el magad, és nyilvánítsd meg számára a közelendő véget, az, hogy az egész föld el lesz pusztítva, és özönvíz fogja elborítani az egész földet, ami elpusztít mindent, ami azon van. És ezért utasítsd őt, hogy megmenekülhessen, és magja megmaradjon a világ eljövendő nemzedékeiért. És Rafaelnek pedig azt mondná Jahua, közd meg azázát, kezét és lábát, vesdőt a sötétségbe, vágj egy nyílást a sivatagba, amely Dudáában van, és oda vesdőt és helyezzél rá durva éles köveket, és takard őt be sötétséggel, és hadd ott örökké, és takard be orcáját is, hogy ne láthasson világosságot. És az ítéletnek nagy napján tűzre lesz vetve. És gyógyítsd meg a földet, amelyet az angyalok megrontottak, és hirdessétek a föld gyógyulását, hogy felgyógyuljanak a csapásból, és nehogy kipusztuljanak az emberek összes gyermekei a titkos dolgok miatt, melyeket a vírasztók tártak fel és tanítottak fiaiknak. És az egész föld megromlott munkáikon keresztül, amelyeket Azazel tanított, ezért ellené jegyez fel minden bűnt. És Gabrielnek pedig mondájáhova, menj a fattyuk és a semmire kellők ellen a paráznaság gyermekei ellen és pusztítsd el a vírasztók gyermekeit az emberek közül. Küld egyiket a másik ellen, hogy egymással harcolva pusztuljanak el mert nem adatik nekik hosszú élet. És a kérelmeknek nem fogsz engedni, melyeket hozzád intéznek apáik azok érdekében, mert örök életben reménykednek, és azt hiszik, hogy 500 évig fognak élni. És mondd amik a menj a tudtára semjázának és társainak, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, megfertőzve magukat minden tisztátalanságukkal, hogy velük együtt pusztulnak el összes tisztátalanságukban. És amikor fiaik leülik egymást, és látták szeretteik pusztulását, akkor közd meg őket szorosan. 70 nemzedék idejéig a föld mélységeiben, amíg eljön az ítéletük napja. Végezetük idejéig, amíg be nem teljesedik rajtuk az örök ítélet. Azokban a napokban tüzes szakadékba vezetik őket, kínok közepette bebörtönzik őket örök időig. És attól a naptól fogva, ha valakit a vágy tüze hajt, és romlottá lesz, velük együtt lesz az megkötözve, az összes nemzedék elmúltáig, és örökre eltűnnek majd, midőn ítéletet hozok a végső napokon. És pusztítsd el a semmire kellők lelkeit, és a virrasztók gyermekeit, mert rosszat tettek az emberiséggel. Pusztítsd el mind az erőszakot a föld színéről, és legyen vége minden gonosz munkának. Mutatkozzon meg az igazság és az igazságosság kinyíló növénye, és áldás legyen az, mert el lesznek ültetve az igazság és igazságosság munkái örömben mindörökké. És akkor megmenekülnek majd mind az igazak, és élni fognak, amíg gyermekek ezreit nemzik, fiatalságuk és öregkoruk szombatjaik minden napját békességben töltik be. Azokban a napokban az egész föld igazságosságban lesz majd megmunkálva, és fákkal lesz az teleültetve, mert áldásokkal fog megtelni és kívánatos fákkal és szőlővel ültetik be, és az elültetett szőlő bőséges termést fog hozni. Minden magamit elvetnek, ezerszeresét termi, és egy mérőnyi olajbogyó tíz kádnyi olajat ad. És tisztítsd meg a földet minden elnyomástól, és minden igazságtalanságtól, minden bűntől, és minden istentelenségtől, amit elkövettek rajta. És pusztítsd el a föld színéről mindazt a tisztátalanságot, amely elterjedve betöltötte azt és az emberek gyermekei mind igazakká válnak, és minden nép hálát ad. Engem hirdet királynak, és mindannyian imádattal hódolnak nekem. És a föld meg lesz tisztítva minden undogságától, minden bűntől, és minden csapástól, és minden gyötrelemtől, és ezeket többé soha nem hozom rájuk, nemzedékről nemzedékre, mindörökké. 11. fejezet és azokban a napokban megnyitom majd az áldások tárházait, melyek a mennyekben vannak, hogy leküldjem azokat a földre, az emberek fiainak munkáira és tevékenységeire. És akkortól az igazság a békességgel társulva együtt lesz majd a világ minden napjában az emberek nemzetségein keresztül. Énok közbenjárása a bukott angyalokért. 12. fejezet. Mindezen dolgok megtörténte előtt Énok el volt rejtve, és senki az emberek fiai közül nem tudta, hogy hol volt elrejtve, vagy hogy hol lakott ez alatt, és mi történt vele. Napjait a szentségesekkel töltötte, tendői velük és a vírasztókkal voltak kapcsolatosak. És én, Énok, áldottam a dicsőség urát, a korok királyát és íme. A hatalmas szent vírasztói hívtak engem, Énokot az írnokot és mondák nékem. Énok, te, aki az igazságosság írnoka vagy, menj és mondd meg a mennyei virasztóknak, azoknak, akik elhagyták a lakhelyüket a magas mennyekben, az örök szent helyet, és megfertőzték magukat az asszonyokkal, és azt tették, amit a föld gyermekei tesznek, feleséget választva maguknak. Nagy pusztulást hoztatok a földre, és nem lesz számotokra békesség vagy bűnbocsánat. És gyermekeikben lelték örömüket, ezért látni fogják szeretteik legyilkolását, és siránkozni fognak azok pusztulásán is esedezni fognak örökkön át, de békességet és könyörületet nem kapnak. 13. fejezet Énok pedig elment és ezt mondta. Azaz számodra nem lesz békesség, szigorú ítélet lett rendelve ellened, hogy láncokba rakjanak téged. És nem lesz türelem irántad többé, kérelmeid sem lesznek meghallgatva a gonoszságok miatt, amelyeket tanítottál, és azon igazságtalanságok és bűnök miatt, melyeket az embereknek megmutattál. Azután pedig elmentem, és mindannyiukhoz egyszerre beszéltem, és félelem volt ő bennük, rettegés, és remegés ragadta meg őket. A vírasztók közbenjárásra kérik énokat. És kérelmeztek engem, hogy közben járjak értük, hogy bűnbocsánatot kaphassanak, és olvassam fel kérelmeiket a mennyek urának jelenlétében mert attól az időtől fogva nem beszélhettek hozzá, és nem emelhették szemeiket a mennyek felé a bűneik szégyene miatt, amely kárhozatot hozott rájuk. Én pedig leírtam kérelméket és imáikat, szellemeiket illetően, és egyéni cselekedeteik miatt, és kírámüket, hogy bűnbocsánatot nyerhessenek. És eltávoztam onnan, és leültem Dán vizei mellett, Dán földjén a Hermantól délre, itt olvastam fel kérelméket, amíg el nem aludtam. Énok álma. Énok felkeresi a virrasztókat. És ímé egy álom jött rám, és látomások töltöttek be, és a büntető ítélet látomásait láttam, és egy hang utasított engem az egek fiainak megdorgálására. És amikor felébredtem, elmentem hozzájuk, és mindannyian együtt ültek, és arcukat elfedve siránkoztak, Ábel élná, ami Libanon és Széne szél között fekszik és elmondtam nekik mindazokat a látomásokat, amelyeket álmomban láttam, és elkezdtem beszélni az igazságosság szavai szerint, és megfettem az égi virrasztókat. Az ítélet summája, 14. fejezet. Ezek az igazság könyvének szavai az örök virrasztók megfedésére, azok szerint, amit a szent hatalmas meghatározott a látomásban. Amit az álmomban láttam, azt most nyelvem húsának beszédével és szájamnak leheletével mondom el, amit a hatalmas arra adott az embereknek, hogy beszéljenek azzal, és szívükben pedig megértsék. Mert ahogyan megteremtette ő az emberi értelmet azért, hogy általa megérthessék a bölcsességet, úgy teremtett meg engem is, és erőt adott nekem a vírasztók a mennyek gyermekeinek megfeddésére. Leírtam kérelmeiteket és látomásodban láttam azt, hogy kérelmeitek soha nem lesznek meghallgatva az örökkévalóság valóság napjain át, és a végérvényes ítélet róva álltok, hogy nem leltek békességet. Mert mostantól fogva soha örökké nem szállhattok fel az égbe az örökkévalóságon át, hanem a földben maradtok megkötve mindörökké, amíg a világ napjai tartanak. De mindezek előtt végig kell néznetek szeretett fiaitok pusztulását, és nem lesz többé örömötök bennük, mert szemeitek előtt kardálta a hullanak el. És az érdekükben benyújtott kérelmeitek nem lesznek meghallgatva sem azok, melyeket magatokért kértek, még ha imádkozva és siralmakkal kéritek is mindazokat, miket szavaitokkal a könyvemben megírtam. Énok égi útja és küldetése és íme látomást láttam eképpen. Látomás van a felhők magukhoz hívszak engem, és köt borított be, és a csillagok járása és a villámlások gyorsasága ragadott el, és a szelek felrepítettek, és felemelve az egekbe vittek. És ott elindultam, amíg egy fal közelébe értem, amely jégkristályból volt felépítve, és tüzes nyelvek fogták körbe. Ekkor félni kezdtem és keresztül mentem a tűznyelveken, miután egy jégkristályból épült hatalmas házhoz értem, és a ház fala olyan volt, mint a jégeső köveiből összerakott, lehelet vékony mozaik, és a padlója szintén jégkristályból volt. A mennyezete olyan volt, mint a csillagok, és villámok boltozata és tüzes kérubok jártak benne, és az égboltjuk tiszta volt, mint a víz. És a lángoló tűzölelte át a falakat, és a bejáratai tűzben izzottak és bementem a házba, és forró volt, mint a tűz, és hideg, mint a jég. Nem volt ott látható az élet örömének semmi jele, félelem szállt meg, és remegés fogott el. És amint rászkódtam, és remegtem, arcra estem, és egy látomást láttam. Íme, egy másik házat láttam, amely nagyobb volt az előzőnél, és a nyitott bejárata előtt álltam, amely lángoló tűzből épült és minden tekintetben csoda szép volt, annyira csodálatos, hogy ki sem tudom fejezni ékességének mértékét. A padlója tűzből készült, fölötte villámok csapkodtak, és a csillagok ösvényei haladtak, és a mennyezete szintén tűzből volt. És láttam ott egy méltóságos trónt, kinézete olyan volt, mint a kristályból készült volna, és kerekei, mint a ragyogó nap, és kérubok hangjai szóltak körülötte. A trón alól lángoló tűzfolyamok folytak ki, így lehetetlen volt rápillantani. És a hatalmas dicsőség ült a trónon, és ruhája a napnál erősebben ragyogott, és fehérebb volt a legfehérebb hónál. Az angyalok közül egyetlen egy sem léphetett hozzá, hogy az arcára tekintsen annak csodálatossága és dicsősége miatt, és egyetlen élő sem nézhet arra. Égő tűz vette körül és előtte is hatalmas tűzlobogott, senki nem közeledett hozzá azok közül, akik körülötte voltak. Tízezer-szer, tízezernyi angyal állt előtte, de nem volt szüksége tanácsadókra. És a legszentebbek, akik közel álltak hozzá, nem mozdultak el a közeléből, a sem éjjel, sem nappal, és el sem hagyták jelenlétét. Jahu a kijelentései az égi szentében. És mindedig az arcomra borulva álltam ott, remegve, és Jahu a szájával szólított engem, és ezt mondta. Jöjj hozzám, énok, és hallgass szavaim. És egyik a szentségeseknek hozzám jött és felébresztett engem, lábaimra állított és a bejáratig vitt. Én pedig lehajtottam a fejem. 15. fejezet. És hallottam hangját, amint szólt hozzám és válaszolt nekem, én pedig figyeltem mindarra, amit mondott. Ne féljénok, te igaz ember vagy, az igazságosság írnoka. Jöjj hát közelebb és halljad hangomat. Menj el és mondd meg az égvírasztóinak, akik elküldtek, hogy közben járja értük. Nektek kellett volna az emberekért közben járnotok, és nem pedig az embernek ti értetek. Miért hagytátok el a magas, szent és örök mennyet, és háltatok asszonyokkal, és fertőztétek meg magatokat az emberek lányaival, és vettétek őket feleségül, és tettetek úgy, mint a föld gyermekei, és nemzettetek óriás fiakat. És bár szentek, szellemi lények voltatok, élvén az örök létet mégis tisztátalanná tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket nemzettetek a test vérével, és csak úgy, mint az emberek gyermekei, ti is test és vér után sóvárogtatok, mint mindazok, akik meghalnak és elpusztulnak. Mert azért adtam ő feleségeket, hogy azokat teherbe ejtsék, és gyermekeket nemzenek tőlük és ekép ne legyen semmiben hiányuk a földön. De ti, aki előzőleg szellemi lények voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok voltatok a világ minden nemzedékén át. És ezokból számotokra nem rendeltem feleségeket, mert a mennyek szellem lényeinek a mennyekben van lakozásuk. És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek nevezve a földön és a föld lesz lakhelyük. Gonosz szellemek hagyták el testeiket, mert születésük emberi, és elsődleges eredetük pedig a mennyek szent őrangyalaitól van. Gonosz szellemek lesznek ők a földön, és gonosz szellemeknek lesznek nevezve. Mert a mennyek szellemeinek a mennyekben lesz lakhelyük, de a földön létrejött szellemeknek, akik a földön születtek, azoknak a földön lesz a lakhelyük is és az óriások szellemei gyötrik, elnyomják, pusztítják, támadják, és a rombolás munkáival sújtják a földet, és bajokat okoznak azon. Bár élelmet nem esznek, mégis éhesek és szomjasak, és sérelmeket okoznak. És ezek a szellemek felkerekednek az emberek gyermekei ellen és az asszonyok ellen, mert maguk is azoktól származnak. 16. fejezet attól a naptól fogva, amikor az óriások le lesznek gyilkolva és el lesznek pusztítva, és halállal halnak a testeiket elhagyó ártó szellemek, megindulnak majd és pusztítani fognak, anélkül, hogy ítéletben részesülnének. És így pusztítanak majd egészen a nagy ítélet eljövetelének beteljesedéséig, amelyben maga a kor is beteljesedik a vírasztók és az istentelenek felett. Igen, mindennek beteljesedése eléri őket teljesen, és a vírasztóknak pedig, azoknak, akik megkértek téged, hogy járj közben, őértük. Azoknak, akik az előzőekben, a mennyekben voltak, mondd ezt. Ti a mennyekben voltatok, de nektek sem lettek megnyilvánítva a mennyek minden titkai. Azok pedig, amelyeket ismertek, azok haszontalanok. Amelyeket szívetek keménységében mutattatok meg az asszonyoknak, és azokon a titkokon keresztül az asszonyok és a férfiak sok követtek el a földön. Ennek okáért mondd meg nekik, nincs számotokra békesség. Énok égi útja. 17. fejezet. És megfogtak, és egy olyan helyre vittek engem, ahol az ott lévők olyanok voltak, mint a lángoló tűz, és amikor úgy akarták, emberként jelentek meg. És egy olyan helyre vittek engem, ahol sötétség volt, és egy hegyhez, amelynek csúcsai az egekbe értek és láttam az égi fények lakhelyét, és a csillagok, és a mennydörgés tárhelyeit. Egészen a legmélyebb mélységig elláttam, ahol tüzes íj volt, nyilak, azoknak tegezük, és egy tüzes kard, és minden villámlás. És az élő vizekhez vezettek engem, és a nyugati tüzekhez, ahol a nap mindig nyugavóra tér. És egy tüzes folyóhoz értem, ahol a tűz vízként folyik, és beleömlik a nyugat felől álló nagy tengerbe. Láttam a nagy folyókat, és a nagy folyóhoz értem. Nagy sötétséghez, és egy olyan helyre mentem, ahol nem bolyong hús. Láttam a téli sötétség hegyeit, és egy helyet, ahol a mélységnek vizei fakadnak. Láttam a föld minden folyójának száját, és a mélységnek száját. 18. fejezet Láttam a szelektár helyét, láttam, hogyan látta ő el, azokkal az egész teremtést és a föld szilárd alapjait. És láttam a föld szegletkövét, láttam a négy szelet, amely a földet és a menny boltozatát tartja. És láttam, hogy a szelek feszítik az égboltot, és megállapodnak a föld és menny között, ezek az egek oszlopai. Láttam a mennyek szeleit, amelyek körbeforgatják a napot és a csillagokat a pályáikon. Láttam a földi szeleket, amint a felhőket viszik. Láttam az angyalok ösvényét, láttam a föld végénél, honnan kezdődik az ég boltozata. Elohim trónusa, a bukott angyalok és a pártütő csillagok büntetésének helye. És tovább menve láttam egy helyet, amely éjjel és nappal ég, ahol hét csodás kövekből álló hegy áll, három kelet felé, három pedig dél felé. Azok, amelyek kelet felé néztek, azok közül egy színes kőből volt, és egy gyöngyből, és egy jácinból, és a felől állók pedig rubintkőből voltak. De a középső felnyúlt az égbe, mint az Elohim trónja alabástromból volt, és a trónusnak csúcsa zafírból volt, és lángoló tüzet láttam. És ezek mögött a hegyek mögött az a terület fekszik, ahol a nagy földnek vége van. Ott váltak a mennyek teljessé, és egy mély mélységet láttam, ahonnan égi tűzoszlopok törtek fel, és ahová tűzoszlopok zuhantak alá, és megmérhetetlen volt a mélységük és a magasságok is. És amögött a mélység mögött egy helyet láttam, ahol nem volt felül égbolt, és nem volt szilárd föld alul. Nem volt ott víz, nem voltak madarak sem, hanem kietlen és rettenetes hely volt az. Láttam ott hét csillagot, amelyek olyanok voltak, mint hatalmas égő hegyek, és kérdeztem azok felől. Az angyal pedig azt mondta, ez a hely a menny és a föld vége, ez a csillagoknak, a mennyei seregeknek börtöne. És a csillagok, amelyek tűzben forognak, ezek azok, amelyek áthágták Jahua parancsolatát felemelkedésük kezdetén, mert nem jöttek fel a nekik megszabott időben. És harcolt velük és megkötözte őket addig, amíg bűnük beteljesül, még tízezer esztendeig. 19. fejezet és Uriel ezt mondta nékem. Itt fognak majd állni azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, és akik félre fogják majd vezetni őket, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak. Itt fognak ők várni az ítélet nagy napjáig, amikor ítélet alá esnek és eljön a végük. És az angyaloktól származó asszonyok, akik eltévejektek, szirénekké lesznek és én, énok egyes egyedül láttam látomásban minden dolognak a végét, és egyetlen ember nem fogja azt látni, amit én láttam. Az arkangyalok pozíciói, 20. fejezet. Ezek a nevei azoknak a szent angyaloknak, akik mindig vigyáznak. Uriel, egyik a szentséges angyaloknak, aki a világ és a tartarosz felett ügyel. Rafael, egyik a szentséges angyaloknak, aki az emberek szellemei felett ügyel. Rágúel. Egyik a szentséges angyaloknak, aki büntetést mér a világra és az égi testekre. Mikael. Egyik a szentséges angyaloknak, aki az emberiség jobbik része fölött ügyel, és a káosz felett. Szarákiel. Egyik a szentséges angyaloknak, aki azoknak az embereknek a szellemei felett áll, akik szellemükben védkeztek. Gábriel, egyik a szentséges angyaloknak, aki ikiszát, a kígyók, a paradicsom és a kérubok felett áll. Rémiel, egyik a szentséges angyaloknak, akit Elohim azok fölé rendelt, akik majd felkelnek, feltámadnak. Az engedetlen csillagok büntetésének helye. 21. fejezet. Innen tovább mentem egy másik helyre, ami káoszban volt itt rettenetes dolgokat láttam. Nem láttam ott sem mennyeket felülről, sem megszilárdult földet, hanem az a hely káoszban volt, és rettenetes hely az. Láttam azon a helyen a mennynek hét csillagát együtt megkötve, mint nagy hegyeket, amelyek tűzben égnek. Ekkor megkérdeztem, milyen bűnök miatt vannak ők megkötve, és milyen oknál fogva lettek idevetve. Uriel egyik a szentséges angyaloknak, aki velem volt, válaszolt. Énok, miért kérdezel és miért vagy buzgó az igazat megtudni? Ezek a mennyek csillagai közül valók azok, akik Jahua parancsolatait megszekték, és itt megköttettek tízezer évre, amíg a bűnöket kiáró idő betelik. A bukott angyalok büntetési helye. Innen egy másik helyre mentem, amely az előzőnél is rettenetesebb volt és ahol szörnyű dolgot láttam. Ott hatalmas tűz égett és lobogott, és a hely egy szakadék volt, egészen a mélység legaljáig megtelve leereszkedő tűzozlopokkal, melyeknek sem méretét, sem erejét sem tudtam felmérni, és az sem, hogy honnan eredtek. Megszólaltam és mondtam, milyen félelmetes hely ez, még látni is szörnyű. Ekkor Uriel válaszolt nekem, egyik a szentséges angyaloknak, aki velem volt, és mondta, Énok, miért van benned félelem és rettegés? Én válaszoltam neki, mert félelmetes ez a hely és a kínok látványától. Ő pedig mondta nekem, ez a hely az angyalok börtöne, és itt lesznek fogva tartva örök időkig. A holtak hegye. 22. fejezet. Azután onnan egy másik helyre mentem. Nyugat irányban mutatott nekem egy magas és hatalmas keménykőből álló hegyet és abban négy szép kinézetű üreget láttam, melyek mélységesek, szélesek és nagyon sima felületűek voltak. Három sötét volt, az egyik viszont fényes, és egy vízforrás fakadt a közepén. Ekkor így szóltam. Milyen sima felületűek ezek az üregek, milyen mélyek és sötétek a szemnek. És akkor Rafael, egyik a szent angyaloknak, aki velem volt, megszólalt mondván. Ezek a sima üregek azért vannak itt, hogy azokban halott lelkek szellemei legyenek gyűjtve, igen, az emberiség gyermekeinek minden lelke idét gyűlnek össze. És ezek a helyek arra lettek teremtve, hogy magukba vegyék azokat az ítélet napjáig, mi távol is még megszabott idejük, amíg eljön számukra a meghatározott ítélet napja. És láttam ott egy halott embernek a lelkét, amint kérelmez, és akinek a hangja felszállt a mennybe, amint panaszkodott. És megkérdeztem Rafált, az angyalt, aki velem volt, mondván, kinek a szelleme ez, akinek a hangja az égig érve panaszkodik? És válaszolt nekem mondván, ez az a szellem, amely elhagyta Ábelt, amikor testvére Káin megölte őt, és mindaddig fog panaszkodni ellene, amíg ki nem írtják Káim magját a föld színéről, és amíg el nem törlik magzatát az emberek utódai közül. Azután tovább kérdezősködtem az ítélet és az üregek felől, miért vannak azok külön egymástól elválasztva, és válaszolt nekem mondván, ez a három üreg arra való, hogy elválassza egymástól a halottak szellemeit, és hasonlóképpen az igazak szellemei is el vannak különítve, egy olyan helyet készítve számukra, ahol ragyogó forrás vize van. A bűnösöknek pedig olyan hely készült, ahol amikor meghalnak és testüket a földbe temetik, az ítélet még nem végződött be rajtuk az életük folyamán. Itt különítik el szellemüket a nagy gyötrelemre, egészen az örökké átkozottakra váró ítélet, büntetés és gyötrelem hatalmas napjáig, a lelkükön vedd hosszú idejéig. Itt kötözik meg őket örök időkig, bizony ősidők óta létezik-e hely. Épp így külön lesznek azok a szellemek is, amelyek panaszkodnak és közzéteszik igaztalan haláluk körülményeit, amikor elpusztultak a bűnösök korában. Hasonlóképpen egy olyan helyre vannak elkülönítve azon emberek szellemei, akik nem lesznek igazak, hanem a gonoszságban elmerülve éltek és a törvénytelenekkel lettek egyenlővé. Szellemeik ugyan nem lesznek elpusztítva az ítélet napján, de feltámadni sem fognak innen. Ezután ekként áldottam a dicsőség Elohimját. Áldott légy Jaha, a dicsőség és igazságosság ura, aki mindent irányít az örök időkig. A nyugati tűz 23. fejezet és onnan elindulva egy másik helyre mentem nyugati irányba a föld legtávolabbi végére. És ott egy szüntelen égő tüzet láttam, melynek ereje nem lankadt sem éjjel, sem nappal, hanem állandóan égett. És tudakozódtam így szólván, mi ez a meg nem szűnő dolog? Akkor rágul el egyik a szent angyaloknak, aki velem volt, válaszod nekem mondván. Ez a dolog, amit itt láttál, a tűz mozgása, és az a tűz, amely nyugat irányban ég amely az összes égi fényeket táplálja. A hét hegy, Jahua Elohim trónusa és az élet fája, 24. fejezet. Onnan a föld egy másik területére mentem, ahol egy éjjel-nappal égő tűzhegységet mutatott nekem. És amügi kerülve láttam hét csodálatos hegyet, amelyek mind különböztek egymástól, és azok kövei fenségesek és szépek voltak, teljességgel pazar, ragyogó látványúak és világos külsővel. Három kelet felől egymásba érve, és három dél felől egymásba érve, mély szakadékokkal, amelyek egymásba értek, és a hetedik hegy ezek között állt, és magasabb volt a többinél. Magasságában egy trónusra hasonlított, és illatos fák vették körül a trónt. Azok közt volt egy fa, amilyet soha nem szagoltam még, nem is volt belőle több, vagy ahhoz hasonló. Illata minden illatot felől volt, és levelei, virágai és ágai nem száradnak el sohasem. A gyümölcse szépséges, és hasonlított a gyümölcs pálmafad a pálmafadatójáira. Akkor azt mondtam, milyen szépséges ez a fa, illatos és levelei tetszősek és virágainak megjelenése pompás, akkor Mikael, egyike a szent és méltóságos angyaloknak, aki vezetőjük, és aki velem volt, válaszolt nekem. 25. fejezet. És ezt mondta nekem, énok, miért kérdezel engem a fa illatáról, és miért kívánod megismerni az igazságot? Én pedig válaszoltam, mindent meg szeretnék tudni, különösen erről a fáról. És erre így válaszolt ez a magas hegy, amit láttál, amelynek csúcsa olyan, mint Elohim trónusa lenne. Valóban az ő trónja, hová majd leül a szent hatalmasság, a dicsőség úra, az örök király, akkor, amikor eljön meglátogatni a földet jóságában. És az illatos fát illetően. Halandó ember nem értheti ezt meg, a nagy ítélet idejéig, amikor bosszú után mindenen és véghez vitt mindent mindörökké, akkor megadatik majd az igazaknak és a szenteknek. A gyümölcse a választottak eledele lesz. A fát pedig éjszakon fogják elültetni szent helyen, Jahu a mindenség királya, házának közepében. Akkor örömmel vigadnak majd, boldogok lesznek, és belépnek majd a szentébe, és a fa illata átitatja majd csontjaikat, és hosszú életet élnek majd a földön, olyat, amilyet atyáid éltek és azokban a napokban nem lesz többé bánat vagy vész, sem kínok, sem csapások nem érik már őket. Ezek után áldottam a dicsőség Elohimját, az örök királyt, aki eltervezte ezen dolgokat az igazakért, aki teremtette, és mindezt nekik ígérte. Az áldott föld, Jeruzsálem és az átkozott völgy leírása, 26. fejezet. És onnan a föld közepére mentem, ahol egy áldott helyet láttam, és ott lombos fák voltak teljes virágzásban. És ott láttam egy szent hegyet, Sion hegyét, és a hegy aljánál keleti irányban egy patak áramlott dél irányba. Gion forrása. És kelet felé hasonlóan magas hegyet láttam, olajfák hegye, amelyek között egy keskeny és mély völgy volt, jósafát völgy. Abban egy patak is folyt a hegy aljában. Kidron patak. És ettől nyugatra egy másik hegy volt, a gonosz tanács hegye. Alacsonyabb, mint az előző, és kisebb is. És egy mély szárazvölgy, völgy, Hinnon völgy, volt közöttük. És egy másik mély szárazvölgy völgy volt a három hegy találkozásánál. És mindegyik völgy mély és keskeny volt, kemény sziklákból állt és nem voltak fák azokban. És csodálkoztam a sziklákon, és csodálkoztam a völgyeken. Igen nagy csodálkozással. 27. fejezet. Ekkor megszólaltam. Mire való ez az áldott föld, amely telve van fákkal, és ez az átkozott völgy a közepén? Sion és az alatta húzódó hinnom völgy. Ekkor Uriál egyike a szent angyaloknak, aki velem volt, válaszolt és mondta ez az átkozott völgy azoké, akik mindörökre átkozottak. Ide lesznek majd egybegyűjtve mind az átkozottak, akiknek ajka helytelen szavakkal illette Jahuát, és az ő dicsőségéről durván beszéltek. Ide lesznek egybegyűjtve, és ez lesz az ítéletük helyszíne. Az utolsó napokban látványosan jön el rájuk az igazságos ítélet mindörökké az igazak jelenlétében. Itt áldják majd a könyörületesek, a dicsőség urát, az örök királyt. Az elmúlt dolgok ítéletének napjaiban áldják majd őt irgalmáját, az szerint, amelyel kiválasztotta őket. Ekkor magam is áldottam a dicsőség urát, és elsoroltam dicsőségét, és illő módon megemlékeztem nagyságáról. A Keleti Utazás 28. fejezet onnan pedig tovább mentem kelet felé, a sivatagi hegylánc közepette, és láttam egy vadont, és elhagyatott volt az, fákkal és növényekkel teli, és víz csörgedezett felülről, észak-nyugatnak ömlött, mint egy bőséges folyam, felhőket és felszálló párát képezve minden oldalon. 29. fejezet és azután egy másik helyre mentem a sivatagban, és ezt a hegyet megközelítettem keleti irányból, és ott láttam tömjén és mirha illatát ontó illatos fákat, és hasonlítottak a fák a mandula fára is. Harmincadik fejezet. És ezek mögött elmentem távol a keletnek, és láttam egy másik helyet, és völgyet telve vízzel. És ott egy gyönyörű fát pillantottam meg, illata, mint a masztix illata és annak a völgynek az oldalán illatozó fahéfákat láttam. Ezeket elhagyva tovább mentem kelet felé. 31. fejezet És láttam más hegyeket, és közöttük erdős ligeteket, és azokból nektár áradt, melynek neve Styrax és Galbánum. És ezek mögött, a hegyek mögött láttam egy másik hegyet, a föld keleti végeinél, ahol Aloéfák nőttek, és minden fatelve volt, csepegő mérhával, mintha mandulafák volnának. Ha azt valaki elégette, édesebben illatozott, mint bármely jó illatú dolog. A Paradicsom kert, 32. fejezet. És ezek után, ahogy éjszak felé néztem a hegyeken túl, hét hegyet láttam. Tele a legfinomabb nádussal, és illatos fákkal, és fahéjjal, és fűszerekkel. És akkor felmentem ezek hegyek ormára, messze a föld keleti felén, és átsuhantam az Eritreai-tenger, a Vörös-tenger fölött, és messze elhagytam azt, és elsuhantam Zóti elandja mellett. És eljutottam az igazságosság kertjébe, és voltak ott fák számosan, nagyon hatalmasak gyönyörűségesek és pompásak és fenségesek, és ott állt a tudás fája, melynek szent gyümölcsét ették, és nagy bölcsességet tanultak abból. Ez olyan magas volt, mint az erdei fenyők, és levelei olyanok, mint a karok fái, és gyümölcsei olyanok, mint a szőlőfürtök, gyönyörűségesek, és az illata, mint a messzire illatozó fáké. Akkor azt mondta, milyen gyönyörűséges eme fa, és mi szemed gyönyörködtető látványa. Akkor Rafál a Szent Angyal, aki velem volt, válaszolt nekem szolván: Ez a bölcsesség fája, melyről ősatyád és ősanyád, akik előtte éltek, ettek, és megismerték a bölcsességet, és szemeik megnyíltak, és felismerték, hogy mezítelenek, és kiűzettek a kertből. Utazás a föld széleihez. 33. fejezet és onnan tovább mentem a föld végei felé, és hatalmas vadállatokat láttam. Mindegyik különbözött a másiktól, és láttam madarakat, melyek úgy szintén különböztek megjelenésükben, és szépségükben, és hangjukban. És az állatoktól keletre láttam a földnek végeit, melyen a mennyek nyugodtak, és a mennyek ajtaját nyitva. És láttam, ahogy a mennyek csillagai elősorjáztak, és megszámláltam a kapukat, amelyeken keresztül haladtak, és leírtam minden kiáratot az egyes csillagok szerint. Számukat és neveiket, feladatukat és pozíciójukat, az idejüket és hónapjaikat, ahogy úriál a szent angyal, aki velem volt, megmutatta nekem. Mindent megmutatott nekem, és mindent leírt nekem. Neveiket is felírta nekem, és törvényüket és rendjeiket. A föld északi széle. 34. fejezet. Onnan továbbmentem észak felé, a földnek végei felé, és láttam ott egy hatalmas és pompás eszközt az egész Föld végeinél, és láttam itt három nyitott ajtót a mennyben, mindegyiken keresztül északi szelek áramlottak. Amikor ezek fújnak hideget, jeget, fagyot, havat, párát és esőt hoznak, és amikor az egyik bejáraton keresztül fújtak, Áldást hoztak. De ha a másik két kapun keresztül fújva jönnek, akkor tépik és kínozzák a földet, és hevesen fújnak. A Föld nyugati széle. 35. fejezet. És onnan nyugati irányba mentem a Föld végeire, és ott a mennyek három kapuját láttam, olyanokat, amelyeket keleten is láttam, ugyanannyi számban, ugyanannyi kiárattal. A Föld déli széle. 36. fejezet És onnan délre mentem a földnek végeire, és láttam ott három nyitott kapuját a mennynek, és onnan jött a harmat, az eső és a szél. Visszatérés keletre. És onnan kelet felé mentem az égbolt keleti széléig, és láttam itt a mennynek három keleti kapuját nyitva, és kicsiny kapukat felettük. Ezeken a kicsin kapukon át a menny csillagai jöttek, és futották útjukat nyugat felé, azon az ösvényen, melyet mutattak nekik. Amikor mindezt láttam, dicsőítettem, és örökké dicsérni fogom a dicsőség urát, aki azért alkotta el nagy és dicső dolgokat, hogy feltárja művének nagyszerűségét angyala és az emberi lelkek előtt, hogy azok dicsőítsék művét, és azért, hogy minden teremtménye lássa erejének alkotásait, dicsérje kezének nagy műveit, és áldja őt mindörökre. Énok könyve, második könyv. Példázatok könyve, bevezetőbeszéd, 37. fejezet. Ezek a második alkalommal kapott látomások a bölcsesség látomásai, amelyeket Énok járet fia, Mahalál fia, Kainán fia, Énos fia, Szed fia, Ádám fia látott. És ez a bölcsesség szavainak kezdete, amelyekkel felemelt hangon szólok azokhoz, akik a földön laknak. Hallgassátok ti ősök, s hallgassátok ti, akik majd a jövőben jöttek a szentséges szavait, amiket a szellemek ura előtt mondok. Talán jobb lett volna mindez csak az ősök előtt feltárni, de azoktól sem tartjuk vissza a bölcsesség kezdetét, akik ezután jönnek a mai napig soha nem adatott embernek akkora bölcsesség, mint amit én a szellemek urától megkaptam értelmem szerint. A szellemek urának jó akaratából, aki az örök élet sorsára rendelt engem. Most hát három példaveszélyet ültetett el bennem, és hangon felemelve mondtam el azoknak, akik a földet lakják. A gonoszok feletti ítélet, 38. fejezet. Az első példázat amikor megnyilvánul az igazak gyülekezete és a bűnösök megítéltetnek bűneikért, és előzettetnek a föld felszínéről, és amikor az igazságos megjelenik majd az igazak arca előtt, ő, akinek elrendelt cselekedetei a szellemek urától származnak, és aki világosságot mutat az igazaknak és a föld választottainak. Hol lesz akkor majd a gonoszok helye, és hol lesz megnyugvása azoknak, akik megtagadták a szellemek urának nevét? jobb lett volna nekik, ha meg sem születnek. Amikor az igazak titkai megnyilvánulnak, és a bűnösök megítéltetnek, és a gonoszok ki lesznek taszítva az igazak és a választottak jelenlétéből, attól az időtől fogva nem birtokolják a földet többé, sem az uralkodók, sem a fejedelmek. És képtelenek lesznek a szentek arcára nézni, mert a szellemek ura saját maga ragyogását öntötte a szentek igazak és választottak orcájára akkor elpusztulnak majd a hatalmasak és a királyok, és a igazaknak és szenteknek kezébe adatnak. És attól az időtől fogva senki nem tud többé könyörületet kérni magának a szellemek urától, mert az életük a végéhez ért. Az igazak és a választottak lakhelye. 39. fejezet. És eljön majd az idő azokban a napokban, hogy a kiválasztott és szent gyermekek leszállnak a magas mennyekből, és magjuk egyé válik majd az emberek gyermekeivel. És azokban a napokban Énok a hevesség és harag könyveit, és a nyugtalanság és zűrzavar könyveit kapta. Nem lesz számukra írgalom, mondta a szellemek ura. És azokban a napokban egy forgószél felemelt a földről, és letett az égek szélénél engem. És láttam ott egy újabb látást, a szentek lakóhelyét és az igazak pihenőhelyét. Látták szemeim lakhelyüket, együtt az ő angyalaival, és nyugvó helyüket a szentekkel közösen, és esedeznek, könyörögnek és imádkoznak az emberek gyermekeiért és igazságosság árat előttük, akár a víz és írgalom, akár a földnek harmatja. Így van ez közöttünk örökkön-örökké. És látták szemeim azon a helyen az igazságosság és a hit egyedüli választotját. Igazságosság uralkodik majd napjaiban és az igazságosak és választottak számlálatlanul állnak majd előtte örökkön örökké. Láttam lakóhelyüket a szellemek urának szárnyai alatt. Úgy ragyogott előtte az összes igaz és választott, mint a tűzfénye. Szájuk szüntelen áldással volt telve, és ajkaik a szellemek urának nevét dicsérték. Nem távozik színe elől az igazság, és nem szűnik előtte az igazságosság. Óhajtottam ott lakozni, és szellemen vágyakozott arra a lakóhelyre. És ott lészem majd részem, mert így lett eldöntve felőlem a szellemek ura előtt. Azokban a napokban imádtam és magasztaltam a szellemek urának nevét áldásokkal és imádsággal, mert ő elvégezte felőlem hogy áldás és dicsőség legyen részem a szellemek urának jó akarata szerint. Szemeim hosszú ideig figyelték azt a helyet, miközben dícsértem és áldottam őt mondván. Áldott ő is, legyen áldva a kezdetektől mind örökké. Jelenlétében nincs elmúlás. Ő a világ teremtése előtt tudja, mi az, ami örökké tart, és mi fog történni nemzedékről nemzedékre. A soha nem alvók is mind áldanak téged. Dícsőséged előtt állnak és áldanak, imádnak és magasztalnak mondván szent, szent, szent a szellemek ura, megtöltötte a földet szellemeivel. És látták szemeim itt mindazokat, akik nem alszanak. Ő előtte állnak és áldják mondván. Áldott légy, és áldott legyen, Jahua neve örökkön örökké. És arcom elváltozott, mert már nem bírtam rátekinteni. A négy angyal, 40. fejezet. És azután ezerszer ezret és tízezerszer tízezeret, megszámláhatatlan és felmérhetetlen sokaságot láttam állani a szellemek urának dicsősége előtt. Feltekintettem, és a szellemek ura mellett négy jelenlétet láttam, akik különböznek azoktól, akik soha nem alszanak, és hallottam nevüket. Mert az angyal, aki velem volt, tudatta velem neveiket, és megmutatott nekem minden rejtett dolgot. És hallottam a négy jelenlét hangját amint a dicsőség urálő dicséreteket hangoztattak. Az első hang áldotta a szellemek urát öröktől fogva mindörökké. És a második hangot hallottam, amint áldja a választottat és a választottakat, akik a szellemek urához tartoznak. És a harmadik hangot hallottam, amint közben jár a földön lakozókért, esedezve értük a szellemek urának nevében és hallottam a negyedik hangot, amint elhárítja a sátánokat, és megtiltja nekik, hogy a szellemek urári járuljanak a földön lakozókat vádolni. Ezután megkérdeztem a velem lévő békesség angyalát, aki megmutatott nekem minden rejtett dolgot. Ki ez a négy jelenlét, akiket láttam, és akiknek szavait halván mindent leírtam? És így válaszolt. Az első Mikhál a könyörületes és hosszú tűrő a második, aki a betegségek és az emberek gyermekeit sújtó minden ártalom fölött áll, az Rafael. És a harmadik, aki az erők fölé lett helyezve, hogy azokat uralja, az Gábriel. És a negyedik, aki a reményteli megtérés fölé van helyezve azok számára, akik az örök életet öröklik, az Pénuel. És ők a szellemek urának négy angyala, és a négy hang, amit akkor hallottam. Az ég titkai, 41. fejezet. És ezek után láttam a mennyek minden titkait, és azt, hogy hogyan van az uralom felosztva, és azt, hogy hogyan vannak az emberek cselekedetei mérlegekben mérve. És láttam ott az igazak lakhelyét és a szentek lakhelyeit. És szemeimmel láttam, amint minden bűnöst elűztek onnan. Mindazokat, akik megtagadták a szellemek urának nevét, és elragadták őket onnan. Mert nem lakhatnak azon a helyen, a szellemek urálta a meghatározott büntetésből. És szemeim látták a villámlás és mennydörgés titkait, és a szelek titkait, amint elosztják azokat, hogy fújjanak szerte a földön, és a felhők titkait és a harmatét. És láttam ott honnan jönnek ki, és honnan töltik be a poros földet. És láttam ott lezárt kamrákat, amelyekből a szelek szétoztatnak a jégeső, a szélkamráját, a ködkamráját és a felhők kamráját. És minden felhő onnan lebeki a föld fölé, a világ kezdete óta. És láttam a nap és a hold kamráit is láttam, ahonnan előállnak és ahová visszatérnek. Láttam dicsőséges visszatérésüket is azt, ahogyan egyik feljebb való a másiknál, és megszemlélhettem méltóság teljes pályájukat, és hogy nem hagyják el azt, és semmit nem tesznek hozzá, és semmit nem vesznek el abból, és megtartják rendjüket, az szerint az eskü szerint, ami összeköti őket. És először a nap halad elő, és elhalad útján a szellemek urának parancsa szerint, hatalmas az ő neve, örökkön örökké. Azután láttam a hold rejtett és látható útját, és teljesíti feladatát az úton éjjel és nappal egyaránt egyik a másikával szemben áll a szellemek ura előtt. Szünet nélkül áldják és dicsérik őt, hiszen a dicséret számukra pihenés. Mert a nap mindig más, áldás vagy átok, és a hold ösvényének útja fényességet ad az igazaknak, de sötétséget hoz a bűnt elkövetőknek, Jahua nevében, aki elválasztotta a világosságot és a sötétséget, és elkülönítette az emberek szellemeit, és megerősítette az igazak szellemét, nevének igazságosságában. Mert nincs angyal, aki megakadályozza, és nincs erő, amely ellen tudna állni, mert meghatározza mindannyiuk ítéletét, és megítéli mindet színe előtt. A bölcsesség lakhelye 42. fejezet. A bölcsesség nem talált magának helyet, ahol megállapodhatott volna, ezért az égben vett magának lakást. A bölcsesség felkelt, hogy lakhelyét az emberek fiai közé tegye, és nem talált lakhelyet, a bölcsesség visszatért hát önmaga helyére, és helyet foglalt az angyalok között. És az igazságtalanság kiárat kamráiból, akiket nem keresett, azokat találta, és azokkal maradt, mint az eső a sivatagban, és harmat a szomjas földön. Az ég további titkai. 43. fejezet. És láttam más villámokat, és a mennyek csillagait, és láttam, amint ő mindegyiket nevükön nevezi, és azok figyeltek rá. És láttam az igazságosság mérlegét, és hogy hogyan mérik meg őket rajta. Igazi mérték szerint, fényeik aránya szerint láttam a terjedelmük széltét, és feltűnésük napjait, és forgásuk miként okoz villámlást. És láttam forgásukat az angyalok számai szerint, és mindannyian hűek egymáshoz. És megkérdeztem az angyalt, aki velem volt, aki megmutatta nekem a rejtett dolgokat. Mik ezek? És válaszolt nekem. A szellemek ura megmutatta neked a példázatok jelentését, ezek a földön lakozó szenteknek nevei, akik hisznek a szellemek urának nevében örökkön örökké. 44. fejezet És láttam más jelenséget a villámokkal kapcsolatban. Mégpedig az, hogy némelyek a csillagok közül villámokká változnak, hulló csillagokká, és nem tudtak megválni ettől az új formájuktól. Második példabeszéd A választott, a bűnösök és igazak sorsa, új ég és új föld. 45. fejezet És ez a második példázat azokról, akik megtagadják a szentségesek lakhelyének és a szellemek urának nevét. És a mennyekbe fel nem mennek, sem a földre le nem hullanak. Ez lesz a sorsa a bűnösöknek, akik megtagadták a szellemek urának nevét, akiket a nyomorúság és csapást napjáig őrizetben tartanak azon a napon a választottam fog majd a dicsőség trónjára ülni, és megpróbálja munkáikat, és nem találnak lakóhelyet. Akkor megkeményedik a bennük lévő szellem, amikor meglátják a választottamat mindazokban, akik dicsőséges nevemet hívták. Azon a napon azt okozom, hogy választottam közöttük lakjon. És megváltoztatom a mennyet, azt örök áldássá és világosságá teszem. És megváltoztatom a földet, és áldássá teszem azt. És azt okozom, hogy kiválasztottaim lakják azt, de a bűnösök és a gonoszságokat cselekvők nem teszik be oda a lábukat. Mert békességgel elégítem ki igazságosaimat, és azt okozom, hogy előttem lakjanak, de a bűnösök ítélete is készen áll már, hogy kipusztítsam őket a föld színéről. 46. fejezet. És ott láttam őt, aki a napok feje volt, és az ő feje fehér volt, mint a gyapjú, s vele volt egy másik lény, kinek kinézete olyan volt, mint egy emberé. Orcája kegyességgel volt teljes, olyan, mint a szent angyaloké. És megkérdeztem az angyalt, aki velem volt, és minden titkot megmutatott nekem. Az emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az idők előtti mellett? És válaszul ezt mondta nekem: Ez az emberfia, aki az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket, mert a szellemek ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a szellemek ura előtt örök igazságosságban és az emberfia, akit látták, kiveti majd a királyokat és a hatalmasokat kényelmes székeikből, és az erőseket trónjaikból, megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek. És ő az, aki le fogja majd vetni a királyokat a trónjaikról és országlásukból, mert azok nem magasztalják fel őt, és azt sem ismerik el alázotta, hogy honnan kapták a hatalmukat. Elváltozik előtt az erősek ábrázata, és szégyennel tölti meg őket. A sötétség lesz azok lakhelye, ágyaik pedig férgek lesznek. És nem lesz reményük arra, hogy ágyaikból felkeljenek, mert nem magasztalják fel a szellemek urát. Mert ezek azok, akik a mennyek csillagait bírálják, és kezüket a magasságos ellen emelik, és a földet tapossák is azon laknak. Minden cselekedetük igazságtalanságról tanúskodik, és erejük a gazdagságukban van, és a hitük pedig olyan istenekben van, melyeket saját kezeikkel csináltak, miközben megtagadják a szellemek urának nevét, és üldözik az ő gyülekezetének házait és a hűségeseket, mindazokat, akik a szellemek urának nevén függnek. Az igazak imája és megmenekülésük. 47. fejezet. És azokban a napokban feljutnak majd az igazak imái, és az igazak vére a földről a szellemek ura elé kerül. Azokban a napokban a szentségesek, akik fent lakoznak a mennyben, egy hangon szólalnak meg, és kérelmeznek, imádkoznak, dicsőítenek, és köszönetet áldva áldják a szellemek urának nevét, az igazak kiontott véréért. És hogy ne legyen az igazak imája hiába való a szellemek ura előtt. Hogy elég tételt nyerjenek, s többé soha ne szenvedjenek. Azokban a napokban láttam az idők urát, amikor dicsőségének trónjára ült, és az élők könyveit kinyitották előtte. És az ég minden serege és minden tanácsos előtte állt. És a szentek szíve örömmel telt meg, mert az igazak száma betelt és az igazak imái meghallgatást nyertek, és számon kérték az igazak kiontott vérét. Az ember fia az idők előtti és az ítélet. 48. fejezet. És azon a helyen láttam az igazság forrását, mely kifogyhatatlan. Mellette volt a bölcsességnek minden forrása. És mindazok, akik szomjúhoztak, ittak belőle és megteltek a bölcsességgel és akkor lakhelyük az igazak, a szentek és a választottak között lett. És ebben az órában az a bizonyos emberfia megneveztetett a szellemek urának jelenlétében, és neve elrendeltetett az idők előtti előtt. Igen, mielőtt a nap és az égi jelek meglettek teremtve a mennyei csillagok megalkotása előtt, neve kimondatott a szellemek ura előtt. Ő lesz az igazak támasza, akire ha támaszkodnak, nemesnek esnek el, és világosság lesz a pogányok számára, és a bánatos szívűeknek reménye. A föld minden lakója imádattal leborul előtte, éltetik, áldják és énekekkel ünneplik a szellemek urának nevét. És ezokból lett kiválasztva és elrejtve benne, a világ megteremtése előtt is mindörökké. És a szellemek urának bölcsessége kinyilvánította őt a szenteknek és igazaknak, mert általa tartatik meg az igazak sorsa, mert azok gyűlölik és megvetik a világ igazságtalanságait, és gyűlölték a világ cselekedeteit és útait a szellemek urának nevében, mert az ő nevében menekültek meg, és ő állt életükért. Azokban a napokban elborul majd a föld királyainak arca és a földet birtokló erőseké, a kezük munkái miatt, mert gyötrámük és büntetésük napján nem lesznek képesek megmenteni magukat. És a választottaim kezébe adom őket, mint a pejva a tűzben úgy fognak felégni a szentségesek arca előtt, mint ólom a vízben úgy merülnek el az igazak színe előtt, s nyomuk sem marad többé. És büntetésük napján béke és nyugalom költözik a földre, előttük esnek el, s nem kellnek föl többé. És senki nem emeli fel őket kezével, mert megtagadták a szellemek urát, és az ő felkentjét. Áldott legyen a szellemek urának neve. A választottak hatalma és bölcsessége. 49. fejezet. Mert a bölcsesség kiárad, mint a víz, és a dicsőség soha nem távozik el mellőle. Mert hatalmas az igazság titkaiban, és az igazságtalanság eltűnik, mint az árnyék, és nem lesz tovább, mert a választott megállt a szellemek ura előtt, és dicsősége megmarad mindörökkön örökké, és hatalma minden nemzedéken át. És benne lakozik a bölcsesség és a szellem, amely megvilágosít, és az értelem és hatalom szelleme, és azok szelleme, akik igazságosságukban aludtak el. És megítéli a titkos dolgokat, és senki nem fog hazug szavakat szólni előtte, mert ő a választott a szellemek ura előtt, az ő gyönyörűségére. Írgalom és ítélet 50. fejezet És azokban a napokban változás fog történni a választottak érdekében, és a nappal a világossága fog ragyogni rajtuk. Dicsőség és méltóság jut a szenteknek, a gyötrelem napján, amikor nyomorúság hull a gonoszok fejére, az igazak győzedelmesek lesznek a szellemek urának nevében. És ő azt teszi majd, hogy ítéletét a pogányok is lássák, hogy talán megbánják bűneiket és megfeledkezzenek kezeik munkáiról. Nem lesz becsületük a szellemek urának nevében, mégis a szellemek urának neve által fognak megmenekülni, és a szellemek ura könyörületes lesz hozzájuk, mert nagy az ő irgalma és igazságos az ítéletében, és jelenlétében az igazságtalanság nem maradhat. Ítélete szerint a dacoskodók elpusztulnak előtte. És mostantól kezdve nem leszek írgalmas velük, ezt mondja a szellemek ura. A holtak feltámadása, 51. fejezet. És azokban a napokban a föld visszaadja majd, amit rábíztak. Seol is visszaadja, amit kapott, és a pokol visszaadja, amivel tartozik mert azokban a napokban fel kell az egyedüli választott, és kiválasztja az igazakat és szenteket közülük, mert megmenekülésük napja elközelgett. Trónusára ül majd a választott, és kimondott ítéletéből felragyog a bölcsesség és az ismeret minden titka, mert a szellemek ura adta neki őket, és megdicsőítette őt. És azokban a napokban a hegyek ugrálnak, mint kosok, és a dombok szögdécselnek, mint teljel megelégedett bárányok angyalokká lesznek minnyáján a mennyben, és arcuk örömtől fog fényleni, mert eljött a választott. És azokban a napokban örvendezni fog a föld, és az igazak lakoznak majd azon, és a választottak járnak majd rajta. A nemes fém 52. fejezet. És azon napok után, azon a helyen, ahol minden titkos látomást láttam, ugyanis felragadott egy forgószél, amely nyugati irányba vitt engem, ott szemeim látták a mennyek titkos dolgát, a jövendő dolgokat, egy vasból való hegyet, egy bronzból való hegyet, egy ezüstből való hegyet, egy aranyból való hegyet, egy lágy fémből való hegyet, és egy ólomból való hegyet. És megkérdeztem a velem tartó angyalt, mik ezek a titkos dolgok, amiket itt láttam. Ő pedig így szólt hozzám, mindaz a dolog, amit itt láttál, felkentjének uralmát fogja szolgálni, hogy hatalmas és erős legyen a földön. És a békesség angyala felelt nekem ezeket mondva. Várj egy kicsit, és megnyilvánul majd számodra minden titok, amit a szellemek ura alkotott. Ezek a hegyek, amelyeket szemeiddel láttál, a vasból való hegy, a bronzból való hegy, az ezüst hegy, az aranyhegy, a lágyfémből való hegy és az ólomhegy, mindezek a választott jelenlétében olyanok lesznek, mint a viasz a tűzben, és mint a víz, mely odafentről zúdul alá, és erőtlenné válnak lábai alatt. És olyan napok jönnek akkor, amikor senki sem menekülhet meg arany vagy ezüst által, és nem menthetik meg magukat. Nem lesz akkor vas a háborúhoz, sem melvértet, nem ölt magára senki. A bronznak nem lesz haszna, az ónt nem értékelik, és az ólom Senkinek sem kell. És mindezek a dolgok el lesznek pusztítva a föld színéről, amikor a választott feltűnik a szellemek urának színe előtt. Ítélet a hatalmasságok felett. 53. fejezet. Ott pedig szemeim elé került egy nyílásokkal teli mély völgy, és mindazok, akik a földön, a tengereken és a tenger szigetein laknak, hízelegve ajándékokat és tiszteletük jeleit hozzák oda neki, de a mély völgy még így sem telik meg. Kezeikkel törvénytelen cselekedeteket követnek el, és a bűnösök elpusztítják mindazokat, akiket törvénytelenül elnyomnak. A bűnösök azonban el lesznek pusztítva a szellemek urának orcája előtt, és el lesznek távolítva a földjének színéről, és örökre, mindörökre elpusztulnak mert ott láttam alászállani mind a büntető angyalokat, hogy előkészítsék hasatán vasszer számait. És megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem tartott, kik számára készítik elő ezeket az eszközöket, és ezt válaszolta. A királyok és a föld hatalmasai számára készítik elő ezeket az eszközöket, hogy ezek által vesztenek el. És azok után az igazságos és választott megjeleníti házának gyülekezetét, onnantól nem gátolja őket semmi a szellemek urának nevében. És a hegyek nem lesznek képesek megállani, mint a föld igazságossága előtt, de a dombok olyanok lesznek, mint a víz forrásai, és az igazak nyugalomra lelnek a bűnösök elnyomása alól. Azázál és seregének ítélete 54. fejezet és elfordulva onnan a Föld egy másik részére tekintettem, ahol egy mély völgyet láttam, amely tűzben égett. És oda vezették a királyokat és a hatalmasokat, és ebbe a mély völgybe hajították őket. És szemeimmel láttam, amint eszközöket készítenek, vasláncokat, melyeknek mérhetetlen súlyuk van. És megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem volt: kinek készítik ezeket a láncokat? Ő pedig mondta nekem. Ezeket azázás seregeinek számára készítik, hogy megragadván őket a teljes kárhozat mélységébe vessék minnyájukat. és befedjék állkapcsoljuk a durva sziklákkal, amint a szellemek ura megparancsolta. És Mikael, Gabriel, Rafael és Pénuel megragadják majd őket azon a nagy napon, és a tüzes kemencébe vetik, hogy a szellemek ura megfizessen igazságtalanságaikért, amiért hasatán alatt valói lettek, és vétkekbe vitték a föld lakóit az özönvíz. És azokban a napokban büntetés jön a szellemek urától, és megnyitja a vizek tározóit, amely odafönt a mennyekben vannak, és a kutakat, melyek a föld felszíne alatt vannak. És akkor a vizek mind egyesülnek, a mennyekben levő vizek hímneműek, és a föld alatti vizek nőneműek, és elpusztítanak mindenkit, aki a földön lakozik, és azokat, akik az ég alatt élnek. És akkor felismerik hamisságukat, amelyet a földön gyakoroltak, hiszen ezek által vesznek el. 55. fejezet És ezek után az idők fejedelme magába szállt, és ezt mondta. Hiába pusztítottam el mindazokat, akik a földön éltek, és megesküdött hatalmas nevére. Ettől kezdve nem teszek ilyet többet a földön lakozókkal, és jelet teszek az égbe, és ez legyen a jó akarat zálogájú közöttem és közöttük örökre, ameddig a menny a föld felett áll. Ez az én akaratom. Azázelés és seregének ítélete. Folytatás. Amikor a számonkérések és fájdalmak napján el akarnám őket az angyalok keze által, emiatt megtartóztatom majd fenyítésemet és haragomat rajtuk, ezt mondja Elohim, a szellemek ura. Óti hatalmas királyok, kik lakoztok a földön figyelmezzetek választottamra, ahogyan a dicsőség trónján ül, és megítéli Azazát, összes szövetségesét és seregeit a szellemek udának nevében. A vírasztók elítélése, 56. fejezet És láttam ott vonulni a büntetés angyalainak sokaságát, korbácsokat, vas és bronzláncokat tartva kezükben. És megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem volt mondván, kihez mennek ezek, akik ostorokat visznek, és így válaszolt nekem: A választottjaik és kedveltjeikhez, hogy levessék a völgy szakadékába őket. És akkor az a völgy megtelik majd választottjaik és kedveltjeikkel, és az életük napjainak vége lesz, és téveigéseiknek napjaira nem lesz emlékezés attól fogva. A pártusok és médek támadása a választottak földje ellen. És azokban a napokban az angyalok visszatérnek és keletre sietnek a pártusok és médek ellen, és felserkentik a királyokat, és a nyughatatlanság szelleme lesz bennük, és felriasztják trónjaikról, hogy előroncsanak, mint oroszlánok a búvóhelyről, és mint éhes farkasok a falkájukkal, és felmennek és eltiporják választottaimnak országát, és választottaimnak országa olyan lesz előttük, mint a kert és mint az országút. De igazain városa akadály lesz lovaiknak, és egymás között kezdenek hadakozni, és jobbjuk önmaguk ellen fordul, és a testvér nem ismeri majd a bátyját, sem a fiú az apját vagy anyját, amíg csak számolatlan lesz a holttest mészállásuk miatt, és büntetésük nem lesz hiába való. Azokban a napokban a seol hatalmasra nyitja száját, és magába nyeli őket, és pusztulásuk véget ér, a seol elnyeli a bűnösöket a választottak jelenlétében. A szekerek visszatérése 57. fejezet És amikor ez véget ért, láttam egy másik seregnyi szekeret, és emberek ültek azokon, is a keleti szeleken, és a nyugati szeleken jöttek délfelé. És hallatszott a szekerek zaja, és amikor ez az űrzavar elkezdődött, a szentek a mennyben észrevették. És a föld oszlopai elmozdítattak helyükből, és annak hangja elhallatszott a menny egyik végétől a másikig, egy egész napig és mind leborulnak és imádják a szellemek urát. Ez a vége a második példázatnak. A választottak örök fénye. 58. fejezet. És belekezdtem elbeszélni a harmadik példázatot, amely az igazakról és a választottakról szól. Áldottak vagytok, minti igazak és választottak, mert dicsőség lesz részetek. És az igazak a napfényében fürödnek majd, és a választottak az örök élet fényében állnak. Életük napjainak nem lesz vége, és a szentek napjai számolatlanok. És keresik azok a fényt, és igazságosságra lelnek a szellemek uránál. Békesség lesz az igazakkal az örök úr nevében. És ezek után az mondatik a szenteknek a mennyben, hogy kutassák az igazságosság titkait, a hit örökségét mert világosság támadta földön, mint a napfény, és az sötétség elmúlik. És soha el nem múló világosság lesz, és napjaiknak száma nem ér véget, mert a sötétség elsőként lesz elpusztítva, és az igazságosság fénye megmarad a szellemek ura előtt, örök időkre. A villámok, mennydörgések és égi jelenségek tárházai 59. fejezet Azokban a napokban látták szemeim a villámlás titkait, és a fények titkait, és az ítéleteket, amelyeket végrehajtanak, vagy áldást, vagy átkot hozva a szellemek urának akarata szerint. És láttam ott a mennydörgések titkait, és azt, ahogyan hallatszik azok hangja az égben, amikor eldördülnek ott. Hangjuk a föld lakott helyein is hallatszik, és megmutatták, hogy lássam a földön végrehajtott ítéleteket, akár áldást, akár átkot hoztak, a szellemek urának parancsa szerint. És azután a fények és a villámlás minden titkát megmutatták nekem, és fénylenek azok áldásra és megelégedésre. És az a másik angyal, aki velem volt, és megmutatta a rejtett dolgokat, elmondta nekem, mi az első és az utolsó a magasságos mennyekben, és a föld alatt a mélyben, és a mennyek végeinél, és a menny alapjainál, és a szelek kamráit, és azt, ahogy a szelek szét vannak osztva, és hogyan mérik őket, és hogyan vannak a szelek kapuik kigondolva, mindegyik a szél erejének megfelelően, és a hold fényének erejéhez mérten, és az alkalmas erőnek megfelelően, és a csillagok osztályait neveik szerint, és azt, hogyan osztatnak fel mind és a mennydörgéseket azoknak a helyeknek megfelelően, ahová lecsapnak, és a villámlásoknak minden osztályát, mely szerint világíthatnak, és seregüket, amelyben egyszer engedelmeskednek. Mert vannak a mennydörgésnek nyugvó helyi, amelyek ki vannak jelölve számára, amíg várakozik, hogy megzendülhessen. És a dörgés és villámlás elválaszthatatlanok, noha nem egyek és osztatlanok, mégis együtt járnak a szellem által, és nem válnak szét mert amikor a villám felvillan, a mennydörgés hangja is felhangzik, és a szellem egy szünetet iktat be a dörgés alatt, és egyenlően felosztja közöttük. Mert zendüléseiknek tárháza olyan akár a homok, és mindegyik kantáron van tartva, és a szellem ereje által visszarántva, avagy előre tolva a föld régióinak száma szerint. A tenger szelleme pedig hívnemű és erős, és erejének hatalma szerint vonja azt vissza egy gyeplővel, és ugyanígy előre sodródik, és szétterjed a föld minden hegyei között. És a zúzmara szelleme egy külön angyal, és a jégeső szelleme egy az igazi angyalok közül. A hó szelleme pedig elhagyta kamráját nagy ereje miatt. Van ebben egy különleges szellem is, ami abból lehullik, az olyan, mint a füst, és annak neve dér. A köd szelleme pedig nem egyesül velük kamráikban, hanem van saját külön helye, mert úgy a dicsőséges fényben és sötétben egyaránt, télen is és nyáron is, és ő maga egy angyal. És a harmad szellemének lakhelye a mennyek szélein van, és az eső kamráihoz kapcsolódik, és télen és nyáron is jár, és ennek felhői és a ködnek felhői összetartoznak, és egyik táplálja a másikat és amikor az eső szelleme előjön kamrájából, az angyalok odajönnek, és megnyitják a kamrát, és kivezetik azt, és amikor az eső szétterül az egész földön, egyesül a földön levő vizekkel. És amikor csak összevegyül a föld vizeivel, mert a vizek azok számára lettek, akik a földön lakoznak, mert táplálék az a föld számára a magasságostól, aki a mennyekben van, ezért mértékkel adatik az eső, és az angyalok őrizetére van bízva ezeket a dolgokat láttam az igazak kertje irányában. Noé könyvének töredéke, 60. fejezet Noé életének 500. évében, a 7. hónapban, a hónap 11. napján, abban a példázatban láttam, ahogy egy hatalmas rázkódás megrázta az egek egét, és a magasságos serege, és az angyalok ezerszer ezren és tízezerszer tízezren mind nyugtalankodtak nagy aggodalommal. Akkor megpillantottam a korok urát dicsőségének trónján ülni, míg az angyalok és igazak körülötte álltak. És erős remegés fogott el, és félelem ragadott meg, belső megremegett, szerveim megolvadtak és arcomra estem. És Mikhál elküldött egy másik angyalt a szentek közül, aki felemelt engem, és mikor felemelt, a szellemem visszatért, mert nem tudtam elviselni a látványát ennek a sokaságnak, a felfordulást és a menny megrendülését. És Mikhál szólt hozzám, miért nyugtalanít ez a látvány? Eddig a napig tartott irgalmának ideje, könyörületes és hosszú tűrő volt a földön lakozókkal. És amikor eljön az a nap, az erő, a büntetés és az ítélet, amelyet a szellemek ura készített azoknak, akik nem imádják az igaz törvényt, azoknak, akik tagadják az igazságos ítéletet, és azoknak, akik hiába veszik fel nevét, az a nap a választottaknak szövetség lesz, de a bűnösöknek számonkérés. És azon a napon elindul két szörnyeteg, a nőnemű lénynek neve Leviatán, és lemerül az óceán mélységeibe a vizek forrásai fölött. A hímneműnek neve Behemót, és az terméketlen pusztaságban lakozott, melynek neve Duidain. A kert keleti végein, ahol a választottak és igazak lakoznak, ahol nagyapám Énok fel lett vitetve, aki a hetedik volt Ádámtól, az első embertől, akit a szellemek ura teremtett. És kérleltem a másik angyalt, hogy mutassa meg azoknak a teremtményeknek erejét, hogyan indultak útnak egy napon, és tértek két felé, egyik a tenger mélységeibe, a másik a szárazföld vadonjába. Az így szólt hozzám, te embernek fia, ne akart tudni azt, ami el van rejtve. És a békesség angyala, aki velem volt, így szólt hozzám, ez a két szörnyeteg, melyek Elohim nagyságához illő módon készültek azért, hogy rajtuk nyugodjon majd a szellemek urának büntetése is, hogy ne legyen hiába voló a szellemek urának ítélete, ha majd rájuk köszönt a szellemek urának büntetése. És elpusztítja a gyermekeket az anyjukkal és az apjukkal együtt, azután az ítélet következik írgalma és türelme szerint. A paradicsom felmérése 61. fejezet és láttam, hogy azokban a napokban hosszú zsinórokat adtak azoknak az angyaloknak, és szányra kaptak, és elrepültek éjszak irányába. Megkérdeztem az angyalt így szólván, miért vették azok az angyalok ezeket a zsinórokat, és mentek el? És válaszolt, mérni mentek. És az angyal, aki velem volt, így szólt hozzám, meg fogják mérni az igazakat, és az igazságosság mértékét az igazakon, hogy mindörökre a szellemek urának nevében maradjanak. A választottak megkezdik lakozásukat a választottakkal, és az lesz a hitnek adott mérték, és megerősíti az igazságosságot. És ezek a mérőkötelek felfedik a föld mélységeinek titkait, és azokat, akik elpusztultak a sivatagban, és akiket felfaltak a vadállatok, és akiket elnyeltek a tenger halai, mind visszatérhetnek és megmaradnak a választott napján, mert senki sem pusztítatik el örökre a szellemek úr előtt, és senkit nem érhet enyészet. Az égi testek dícsérete, és mind, akik a mennyben lakoznak, egy ismereten lesznek, és erőt kapnak, és egységes hangot, és olyan fényt, mint a tűznek lángja, és első szavaikkal áldották az egyetlent, és felmagasztalták, és dicsőítették bölcsességben, és bölcsek voltak kielentéseikben, és az élet szellemében szóltak. És a szellemek ura a dicsőség trónjára helyezte a választottat. Ő fogja megítélni a mennyben lakozó szentek minden cselekedetét, és a mérlegen megméretnek tetteik. És amikor felemeli tekintetét, hogy megítélje titkos útjaikat a szellemek ura nevének igéje szerint, és ösvényeiket a szellemek ura igazságos ítéletének eljárása szerint, akkor azok mind egy hangon szólnak, és áldják, dicsérik, magasztalják, és megszentelik a szellemek urának nevét. És összehívja a mennyek minden sokaságát, mind a szenteket odafönt, és az Elohim seregeit, a kerubokat, szeráfokat, ofánokat, és mind a hatalmas angyalokat, az előjáró angyalokat, és a választottat, és minden erősséget a földön és a vizek felett. Azon a napon egy hang fog felhangzani, amely áldást mond, dicsőít és felmagasztal a hit szellemében, a bölcsesség szellemében, a türelem szellemében, az írgalmasság szellemében, az ítélet a béke szellemében, a jóság szellemében, és mind egy hangon mondják: Áldott ő, és legyen áldva a szellemek urának neve örökkön örökké. Mert hatalmas a szellemek urának írgalmassága, és hosszú tűrő ő és minden alkotását és mindent, amit teremtett, megjelentett az igazaknak és a választottaknak a névben. Az uralkodók elítélése és az igazak dicsérete. 62. fejezet És így szólt Jahua a királyokhoz, hatalmasságokhoz, a magasrangúakhoz, azokhoz, akik a földön lakoznak, és mondta, Nyissátok ki szemeiteket, és emeljétek fel szarvaitokat, ha képesek vagytok felismerni a választottat. És a szellemek ura ültette dicsőségének trónjára, és az igazságosság szelleme kijöntetett rá, és szájának igéje megöli mind a bűnösöket, és minden igazságtalan elpusztul orcája előtt, és azon a napon felkelnek mind a királyok, hatalmasságok, a magas rangúak és mindazok, akik uralják a földet, és látják majd, felismerik, ahogy a dicsőség trónján ül, és igazságosságban ítél, és hazugszó nem hangzik el előtte. És olyan fájdalom jön rájuk, mint a vajúdó asszonyra, akinek fájdalmai vannak a szülés miatt, amikor a gyermeke eléri méhének száját, és fájdalmai vannak a szülés miatt. És egymásra tekintgetnek megrettennek, lesütik személyiket, és fájdalom fogja el őket, amikor látják az emberfiát dicsőségének trónján ülni. És a királyok, a hatalmasságok, és mind akik a földön uralkodnak, áldják, dicsérik és magasztalják őt, aki mindeneken úr, aki el volt rejtve. Az emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak és a választottak és szentek gyülekezete magként lesz elvetve, és a választottak mind előtte állnak majd azon a napon. És mind a királyok, hatalmasságok és a magas rangúak, és mindazok, akik uralják a földet, arcukra esnek előtte, imádják és reményüket az ember fiába vetik, és esedeznek előtte, és írgalomért könyörögnek kezei között. Mindazonáltal a szellemek ama ura annyira szorongatja őket, hogy nagy sietséggel eltávoznak jelenlétéből, és arcuk elárad szégyenkezéssel, és orcájuk színe elsötétül. És átadja őket az angyaloknak büntetésre, hogy végrehajtsák bosszúját rajtuk, amiért nyomorgatták az ő gyermekeit és választottait. És látványosságául lesznek azok az igazaknak és választottainak. És örvendeznek majd felettük és kardja megittasul vérüktől. És az igazak és választottak megmenekülnek azon a napon, és attól kezdve soha nem látják majd a bűnösök és igazságtalanok arcát. És a szellemek ura velük marad, és az embernek amafiával együtt fognak lakni, vele étkeznek, vele fekszenek, és vele kelnek örökkön örökké. És az igazak és választottak felemelkednek a földről, nem járnak többé lesütött szemmel, és felöltöztetnek a dicsőség öltözékébe, és ezek a szellemek urától való életnek öltözetei lesznek, és ruhátok soha nem kopik meg, sem pedig dicsőségetek nem múlik el a szellemek ura előtt. A királyok és hatalmasok reménytelen pusztulása, 63. fejezet. És azokban a napokban a hatalmasságok és a királyok, akik uralkodnak a földön, esedeznek hozzá, hogy adjon nekik egy kis haladékot a büntetés angyalaitól, akiknek átadta őket, hogy leborulhassanak, imádhassák a szellemek urát, és megvalhassák bűneiket előtte. És áldják és dicsőítik majd a szellemek urát, és így szólnak. Áldott a szellemek ura, a királyok ura, a hatalmasak ura, a gazdagság ura, a dicsőség ura és a bölcsesség ura. És minden titkos dologban nagyszerű hatalmad nemzedékről nemzedékre, és dicsőséged örökkön örökké. Mélyek és számolatlanok titkaid és igazságosságot felülmúlja értelmünket. Megtanultuk most már, hogy dicsérnünk és áldanunk kell a királyok urát, őt, aki király minden király felett. És ezt mondják mind. Bárcsak lenne egy kis nyugalmunk, hogy dicsérjük és hálákat adjunk és megvalljuk hitünket dicsősége előtt. És most kívánkozunk egy kis pihenésre, de nem lelünk nyugalmat, erősen keressük, de el nem érjük. És a fény eltűnt előlünk, és a sötétségben van lakozásunk, örökkön örökké. Mert nem volt hitünk előtte, nem dicsőítettük a szellemek urának nevét, és nem dicsértük minden tettért az urat, hanem a mi reménységünk, a mi birodalmunk jogarában volt, és a mi saját dicsőségünkben bíztunk. És a mi szenvedésünknek és megpróbáltatásunknak napján nem ment meg mednünket, és nincs haladék, hogy megvalhassuk, hogy igaz a mi úrunk minden tetteiben és ítéletében, igazságában és ítélete nem személyválogató. És a mi tetteink következményeként veszünk el színe előtt, és minden bűnünk összeszámoltatik igazságossága szerint, Ekkor így szólnak egymáshoz. A mi lelkünk van van igazságtalan nyereséggel, és ez nem óv meg bennünket attól, hogy innen a sehol legmélyébe süllyedjünk. És ezek után arcuk megtelik sötétséggel és szégyenkezéssel az embernek ama fia előtt, és elvitetnek jelenlétéből, és a karda a belsejükbe talál. Így szól a szellemek ura, ez a rendelete és ítélete a szellemek ura előtt a hatalmasoknak, a királyoknak, a magasrangúaknak és azoknak, akik uralkodnak a Földön. A bukott angyalok 64. fejezet. És más alakokat is láttam azon a helyen elrejtve, és hallottam az angyal hangját mondván. Ezek azok az angyalok, akik alászálltak a Földre és feltárták az emberek gyermekeinek azt, ami eddig rejtve volt és bűn elkövetésére csábították az emberek fiait. Profécia a víz az önről 65. fejezet. És azokban a napokban látta Noé, hogy a föld megrendült, és hogy annak pusztulása közel. És felkelt akkor és elment a földnek végére, és kiáltott hangosan ősatjához énokhoz, és így szólt Noé háromszor elkeseredett hangon. Figyelmez rám, figyelmez rám, figyelmez rám! És mondta: Mondd el, mi az, ami a Földdel történik, hogy ennyire ördögi állapotban van és rászkódik, nehogy én is elveszek azzal együtt. És akkor hatalmas rászkodás lett a Földön, egy hang hallatszott a mennyből, és arcom rástam. És Énok nagyapám, odajött és elémbe állt, és így szólt hozzám miért kiáltottál hozzám keserű sirámokkal és zokogással? Egy parancs jött ki Jahuától a föld lakosaira vonatkozóan, hogy így érjenek véget, mert romlottságuk betetőzött, mert eltanulták az angyalok minden titkát, a sátánok minden erőszakosságát és minden hatalmukat, a legtitkosabbakat is, és azok minden erejét, akik varázslásokat űznek, a boszorkányság erejét és azoknak erejét, akik olvasztott szobrokat készítenek az egész földön és eltanulták, hogyan készül a földnek porából ezüst, és hogyan származik lágy acél a földnek mélyéből. Mert az ólom és az ón nem úgy készül a porból, mint az előbbiek. Egy forrás ontja őket, és egy angyal osztja szét, aki ott áll. És ezek után nagyapám énok kézen fogott, és felemelt engem, és így szólt. Menj, mert megkérdeztem a szellemek urát a földnek eme pusztulásáról, és ezt mondta nekem. Elhatároztatott ítéletük igazságtalanságok miatt, és nem tartom azt vissza többé. A földnek és mindennek, ami azon lakozik, el kell pusztulni a varázslások miatt, amiket kikutattak és eltanultak. Ami ezeket illeti, nem létezik menedék számukra, mert megmutatták nekik azt, ami rejtve volt. És átkozottak ők. De te rólad, fiam, tudja a szellemek ura, hogy tiszta vagy, és ártatlan, a titkok kikutatásának bűnében. És elvégezte, hogy neved a szentek között legyen, és megőriztéged a föld lakosai közül, és igaz magodat királyságra és nagy tisztességre rendelte, és magodból számolatlanul fakad majd az igazaknak és szenteknek örök forrása. Az Özönvíz Angyalai, 66. fejezet és ezek után megmutatta nekem a büntetés angyalait, akik készek arra, hogy eljöjjenek és szabadon engedjék a vizeknek erejét, amely a föld alatt van. Azért, hogy ítéletet és pusztulást hozzanak mindazokra, akik a földön lakoznak és a szellemek ura utasította a nekiinduló angyalokat, hogy ne engedjék a vizeket emelkedni, hanem tartsák vissza azokat, mert ezeknek az angyaloknak hatalmuk volt a vizeken. És eltávoztam énok elől, Elohim ígérete Noénak. 67. fejezet Azokban a napokban Jahuva szava jött hozzám, és ezt mondta nekem. Noé, a te sorsod feljött elém, a sors, amely hibátlan, a szeretet és az igazságosság példája. És most az angyalok egy fából készült bárkát csinálnak, és mikor befejezik feladatukat, ráhelyezem kezemet és megóvom azt, és az élet magja árad majd ki abból, és változás kezdődik, hogy ne maradjon a föld üresen. És megerősítem magadat előttem örökkön örökké, és elterjesztem azokat, akik véled lakoznak a föld színén. Nem lesznek gyümölstelenek a földön, hanem áldottak lesznek, és sokasodnak majd a földön Jahó nevében. A titkokat feltáró angyalok ítélete és bebörtönzi azokat az angyalokat, akik igazságtalanul jártak abban a tüzes völgyben, amelyet nagyapám Énok mutatott nekem nyugaton, az arany, ezüst, vas, lágyacél és ónhegyek között. És láttam azt a völgyet, amelyben hatalmas forrongás volt, és a vizek hánykolódtak abban. És mi alatt ez történt, azokból az olvad fémekből és a forrongásból kénes szakszált fel, és összekeveredett a vizekkel, és az emberiséget tévútra vezető angyaloknak, ama völgye égett az alatt a talaj alatt. És tűzpatakok folytak azokon a völgyeken keresztül, ahol azok az angyalok viselték büntetésüket, akik tévútra vitték a föld lakosait. De azokban a napokban azok a vizek majd a királyoknak, hatalmasságoknak, magasrangúaknak és a föld lakosainak tesznek szolgálatot a testnek gyógyulására, de a szellem büntetésére. Most szellemük telve van testi vágyakkal, ezért most még csak testükben bűnhődnek meg. Mivel megtagadták a szellemek urát, és bár naponta láthatják ítéletüket, de mégsem hisznek nevében. És annak arányában, ahogy testük vágytól való égése egyre súlyosabb lesz, ennek megfelelő változás áll be szellemükben örökkön örökké. Így a szellemek ura előtt egy sem tud kiejteni egyetlen szót sem. Ítélet sújt le rájuk, mivel a testük gyönyöreiben hisznek, de Jahú a szellemét megtagadják. És ugyanazok a vizek megváltoznak majd azokban a napokban, mert amikor azok az angyalok bűnhődnek ezekben a vizekben, ezek a vízforrások megváltoztatják hőmérsékletüket, és amikor az angyalok alászálnak, ezeknek a forrásoknak a vize kihűl majd. És hallottam Mikhá válaszát mondván, ez a büntetés, amelyel az angyalok bűnhődnek, bizonyság a királyoknak és a hatalmasoknak, akik a földön uralkodnak. Mert ezek a vizek segítik a királyok testének gyógyulását és a testük élvezetét, ezért nem fogják érteni és nem fogják elhinni, hogy azok a vizek megváltoznak majd, és örökké égő tűzzé lesznek. Mikhál és rafál párbeszéde az ítéletről. 68. fejezet Azután nagyapám Énok megtanított engem a példázatok könyvének minden titkára, amelyet neki adtak, és amelyet összeállított nekem a példázatok könyvének kijelentéseiben. És azon a napon Mikál válaszolt Rafálnek mondván, a szellem ereje hatalmába kerít, és remegésre késztet engem a titkok büntetésének súlyossága miatt. Az angyalok büntetése miatt. Ki tudja elviselni az ítélet szigorát, amit végrehajtottak, és amitől azok olvadoznak. És ismét szólt Mikál, és mondta Raffálnek. Ki az, akinek szíve nem olvad meg ettől, és akinek bensője nem nyugtalankodik az ítéletnek e szavai miatt, amely kimondatott rájuk azok miatt, akik így kivitték őket. Történt pedig, hogy amikor a szellemek ura előtt állt, így szólt Mikál Raffáz, nem fogom a pártyugat fogni Jahú a személy előtt, mert a szellemek ura haragszik rájuk, mivel úgy viselkedtek, mintha istenek lennének. Ezért az eddig elrejtett ítélet bekövetkezik majd rajtuk örökkön örökké, mert sem angyal, sem ember nem kap abból részt. Egyedül azok az angyalok fognak bűnhődni örökkön örökké. A bukott angyalok nevei és bűnei 69. fejezet Ezután a rájuk váró ítélet félelemmel tölti el őket, és megremegnek, mert feltárták ezeket a föld lakóinak. És íme, lásd a neveit ezeknek az angyaloknak, mert ezek a neveik. Az első közülük Semjáza, a második Artakífa, a harmadik Ármen, a negyedik Kokábel, az ötödik Turael, a hatodik Ramjáel, a hetedik Dánel, a nyolcadik Nékáel,

És ezek az angyalok vezetői és neveik, akik vezetői a százaknak, az ötveneknek és a tízeknek. Az első ezek közül, Jékon, ő az, aki félrevezette az Elohim fiait, és a földre hozta őket, és vitte őket vétekbe az emberek lányain keresztül. A második Ásbél, ő az, aki gonosz tanácsot adott Elohim szent fiainak, és félrevezette őket, hogy megfertőzzék testüket az emberek lányaival. A harmadiknak neve Gadriel. Ő az, aki megmutatta az emberek gyermekeinek mind a halálos ütéseket, és aki félrevezette Évát, és aki megmutatta a halálos fegyverek készítését az emberek fiainak, a pajzsot, a melvértet és a kardot a harcra, és minden más az emberek fiaira halált hozó fegyvert és kezétől erednek mindezek, ettől kezdve mindörökké a földön lakozók ellen. És a negyediknek a neve Pénemuné, ő pedig az, aki megmutatta az embereknek a keserűt és az édeset, és megtanította azoknak minden titkait és azok bölcsességeit. És ő tanította meg az embereket a tintával, a papírra való írásra, ami által sokan estek bűnbe öröktől örökre, mind a mai napig. Mert az ember nem arra lett teremtve, hogy ilyeneket tegyen, hogy a jó hitüket tollal és papírral való írásban vallják meg. Mert az ember pontosan olyanná lett teremtve, mint az angyalok, annak céljából, hogy tiszták és igazak maradhassanak, és a halál, ami mindent lerombol, ne tudjon uralkodni rajtuk. De ezek által az ismeretek által pusztulásban vannak, és ennek ereje felemészti őket. És az ötödik, akinek a neve Kásdéja, ez az, aki megmutatta az emberek fiainak a szellemek és a démonok gonosz csapásait, és azt, hogy hogyan kell megütni a mélyben lévő embriót, hogy az elvetéljen, és a lelket gyötrő csapásokat, a kígyók marását, és a csapásokat, amelyek a délénap hevének ideje alatt jönnek el a kígyó fia által, kinek neve Tabáit. A titkos eskü és Caspiel az eskü őre ő volt az, aki kiszámította az idők előtti nevének számértékét, amikor még a magasságban és dicsőségben lakozott. Neki volt a feladata megmutatni az esküt a szentségeseknek, amikor nekik meg lett nyilvánítva az, s annak neve Pika. Ez volt az az angyal, aki megkérdezte Mikaeltől az elrejtett nevet, hogy kimondhassa azt az esküben, és hogy azok, akik minden titkot megmutattak az emberek fiainak megremegjenek attól a névtől és eskütől. És ezek a titkai ennek az eskünek, és erősek azok a titkok ezen az eskünk keresztül, és az ég ezáltal lett kifeszítve a világ teremtése előtt mindörökre. És általa a föld meg lett alkotva a vizeken, és a hegyek titkos forrásaiból gyönyörű vizek állattak, a föld teremtésétől kezdve is mindörökre és azáltal az eskü által lett a tenger megteremtve, és annak alapításakor homokból vetett gátat annak haragjának, és azt nem hágta át a világ teremtése óta, soha nem is fogja. És azáltal az eskü által a mélységek létrejöttek, és helyükön maradtak, el nem mozdulnak helyükről, öröktől örökre. És azáltal az eskü által járják a nap és a hold pályáikat, és nem térnek le a meghatározott útjukról, korszakról, korszakokon át. És azáltal az eskü által a csillagok teljesítik utaikat, és nevükön hívja mindegyiket, és azok válaszolnak neki, örökkön örökké. És hasonló módon a víz szellemei, a szeleké, minden fuvallat és a szelek minden része befutja útját. És ott őrzik a mennydörgés hangját és a villámlás fényét, és ott őrzik a jégeső és az úzmar a kamráit, és a köt kamráit, és az eső és harmad kamráit. És mindezek hűségesek, és hálákat adnak a szellemek urának, és dicsőítik őt minden erejükkel, és a hálaadások tetteiben van táplálékuk. Köszöntik, dicsérik és magasztalják a szellemek urának nevét örökkön örökké. És ez a fogadalom erős bennük, és ezáltal megtartatnak, és útjaikat megőrzik, és futásuk nem szenved zavart. Az ember fia a trónon. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak, és dicséreteket és magasztaltak, mert a ma ember fiának nevét feldárták előttük. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztítások gyűjtőhelyén lesznek fogva tartva, és minden művük eltűnik a föld színéről. És attól fogva nem lesz majd romlás, mert eljött az emberfia és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színéről. és ennek az emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a szellemek urának színe előtt. Énok felvétele a mennyekbe. 70. fejezet. És ezek után történt, hogy énok neve még élőként felemeltetett a magasságba, ama emberfiához és a szellemek urához. A szellemi harc szekerén vitetett fel, és neve eltűnt közülük. És attól a naptól fogva nem számláltattam közéjük többé és a két szél közé ültetett engem, észak és nyugat közé, ahol az angyalok kezükbe vették a mérő zsinórokat, hogy kimérjék nekem a választottnak és a szentnek lakhelyét. És láttam ott az első atyákat és az igazakat, akik öröktől fogva azon a helyen lakoztak. 71. fejezet És ezek után történt, hogy szellemem elvitetett és felemelkedett a mennyekbe, és láttam Elohim szent fiait, tűznek lángjain jártak, öltözetük fehér volt, és arcuk fény lett akár a hó. És láttam két tűzforrást, és annak a tűznek fénye úgy ragyogott, mint a cirkónium kristály, és arcomra estem a szellemek urának színe előtt. És Mikhál angyal, egyik az arkangyaloknak megfogta jobb kezemet, felemelt, előre vezetett a titkok közé, és megmutatta nekem az igazságosság minden titkait, és megmutatta a menny széleinek minden titkát, a csillagok és fényes égitestek összes kamráit, ahonnan kijönnek a szentek színe előtt, és elragadta szellememet az egek egébe, és olyannak láttam azt, mint a kristályokból épült házat, és a kristályok között élő tűznek nyelvei voltak, és látta szellemem azt az övet, amely körülvette a tűznek ama házát, és annak négy oldalán élő tűzzel teli folyamok voltak és körülölelték azt a házat. És körös-körül szeráfok, kerubok és ofánok álltak, és ezek azok, akik nem alszanak és őrzik dicsőségének trónját. És láttam megszámlálhatatlan angyalt, ezerszer ezret és tízezerszer tízezret körbevenni azt a házat. Mikál, Rafa, Gábriá, Pénuel és a mennynek szent angyalai, akik az egekben lakoznak, ki és bejárnak abba a házba. És kiléptek abból a házból Mikhail, Gábriel, Rafál és Pénua, és sok szent angyal a számtalanul, és velük együtt a napoknak ura, feje fehér és tiszta, mint a gyapjú, és ruházata leírhatatlan. És arcomra estem és egész testem elernyett, és szellemem elváltozott, és kiáltottam hangosan. Az erő szellemében, és áldottam és dicsértem és magasztaltam és az ajkaimról kijövő áldások kedvesek voltak a napok ura előtt. És a napok ura eljött, és vele együtt Mikhál, Gábriel, Rafál és Pénua, és ezer és tízezer angyal számtalanul. És odajött hozzám üdvözölt hangján, és így szól hozzám. Ez az emberfia, aki igazságosságra születik, és igazságosság őrzi. És a napok urának igazságossága nem hagyja el és mondta nekem, békességet hirdetnéktek az eljövendő világ nevében, mert a világ teremtése óta elhatároztatott a békesség, és attól fogva így is lesz örökké és örökkön örökké. És mindenek az útjain járnak majd, mivel sosem hagyta előt az igazságosság, vele együtt lesz lakozásuk, és vele közös lesz örökségük, és soha el nem válnak tőle örökkön örökké és hosszú napoknak idejét töltik majd az ember fiával, és az igazaknak békességük és becsületes lakozásuk lesz a szellemek urának nevében, örökkön örökké. Énok könyve, harmadik könyv. Az asztronómiai könyv. A napról, 72. fejezet. Az égi fények keringésének könyve. Mindegyikről külön-külön csoportjaik, uralmuk és idejük szerint, nevük, származási helyük és hónapjaik rendjében, amint megmutatta nekem vezetőjük a velem levő szentséges úri elangyal. Ugyanígy pontosan tudtomra adta az összes előírásukat és a világ fennállásának minden évére, egészen az örök időkig, amíg el nem készül az új örökké fennálló teremtés. Ez a fények első törvénye. A napfénye felkelésének helye az ég keleti kapujában van, míg nyugvó hely az ég nyugati kapujában. Hat kaput láttam, amelyekben kell a nap, és hat kaput, amelyekben lenyugszik. A hold is ugyanezekben a kapukban kell fel és tér nyugodni, épp így a csillagok vezetői, vezetetjeikkel együtt. Hat keletre és hat nyugatra. Egyik a másik mellett rendben. E kaputól jobbra és balra számos ablak van. Elsőként a nagyobbik világító a napnak nevezett jön elő, kerekdettsége, mint az ég kereksége. Fűzzel van tele, mely fénylik és meleget ad. A kocsikat melyeken az égre fut szél hajtja. Majd alászáll az égről és éjszak érintésével visszatér, hogy ismét keletre érjen, és úgy vezetik, hogy ismét a megfelelő kapuban jöjjön elő, és fényeskedjen az égen. Ímódon az első hónapban a nagy kapun keresztül jön fel, azaz a negyedikben a hat keleti kapu közül. Azon a negyedik kapun, melyen át a nap az első hónapban fel kell, van tizenkét nyílás. Ezekből láng jön elő, amikor nyitva vannak a nekik elrendelt időben. A szoláris év Első, Nissan Midőn a nap felkel az égen, ezen a negyedik kapun jön ki 30 hajnalon át, és a napnyugaton lévő kapuk közül pontosan a negyedikben nyugszik le. Azokban a napokban a napok mindig hosszabbodnak, az éjszakák pedig rövidülnek a harmincadik reggelig azon a napon a nappal két részszel hosszabb, mint az éjszaka. A nappal pontosan tíz részből áll, az éjszaka pedig nyolcból. A nap ebből a negyedik kapuból kell, és itt ér nyugovóra. Második jár. Majd visszafordul az ötödik keleti kapuban harminc nap idejére. Ott kell fel, és ott ér nyugovóra. Ekkor a nappal ismét hosszabb lesz egy résszel. A nappal 11 részből áll, az éjszaka viszont rövidül, és hét rész marad. Harmadik, Szilván. Majd visszatér keletre, és a hatodik kapuba jut. A hatodik kapuban kell fel, és itt ér nyugovóra 31 napon át, e kapu jele szerint. Azon a napon a nappal hosszabb lesz, mint az éjszaka. A nappal kétszerese lesz az éjszakának a nappal 12 rész lesz, az éjszaka viszont csökken, és csupán 6 résznyi lesz. Azután felemelkedik a nap, hogy a nappal csökkenjen, és az éjszaka növekedjék. Negyedik Tammuz Ezután visszatér keletre, és a hatodik kapuba megy, 30 napon át abban kell fel, és abban nyugszik. Majd amikor eltelik 30 nap, a nappal pontosan egy résszel csökken. A nappal 11 rész lesz, az éjjel pedig 7. A nap a hatodik kapuban nyugszik nyugaton. Ötödik ÁB. Majd átmegy keletre, és az ötödik kapuban kell fel 30 napon át. És nyugaton ismét az ötödik nyugati kapuban nyugszik le. Ezen a napon a nappal ismét két részsel lesz rövidebb, a nappal tíz rész, az éjszaka pedig nyolc. A nap ebben az ötödik kapuban kell fel, és az ötödik kapuban nyugszik nyugaton. Hatodik. Elul majd a negyedik kapuban kél, a kapu jellegzetességei miatt 31 hajnalon, és nyugaton is ott ér nyugovóra. Ezen a napon a nappal egyenlő hosszúságú az éjszakával egyformán hosszúak. Az éjjel kilenc részt tesz ki, és a nappal is kilenc részt. A nap ebben a kapuban kell fel, és itt ér nyugovóra nyugaton. 7. Tisri Majd visszatér keletre, és a harmadik kapuban jön elő 30 napig. És nyugat harmadik kapujában nyugszik. Ezen a napon az éjszaka hosszabb lesz, mint a nappal. Az éjszakák egyre hosszabbodnak, és a nappal egyre fogy a harmincadik napig. Az éjszaka pontosan tíz rész lesz, míg a nappal nyolc. A nap ebben a harmadik kapuban kél, és a harmadik kapuban nyugszik nyugaton. Nyolcadik. Marhesván. Majd visszatér keletre, és a második keleti kapuban kell fel harminc reggelen, és a második kapuban nyugszik nyugaton. Az éjszaka 11 részből áll ezen a napon, míg a nappal hétből. Ezen a napon a nappal még ebben a második kapuban kell fel, és a második kapuban nyugszik nyugaton. 9. Kiszlév Majd visszatér keletre az első kapuhoz 31 napra, és nyugaton is az első kapuban nyugszik. Azon a napon hosszabb lesz az éj, a nappal kétszeresét teszi ki. Az éjjel 12 részből áll, a nappal pedig 6 -ből ezzel a nap befejezte útjának szakaszait. Tizedik, Tebet. Ekkor visszafordul ezeken a szakaszokon át, harminc napon át abban a kapuban kél, és vele át térben tér meg nyugaton. Egy részszer rövidül az éjszaka azon a napon, tizenegy rész lesz, a nappal pedig hét. Tizenegyedik, Sebát majd visszatér a nap és a második keleti kapuba megy, miközben újra végigjárja útjának e szakaszait, harminc napon át kell és nyugszik. Azon a napon rövidül az éjszaka, az éjjel 10 rész marad, a nappal pedig nyolc lesz. A nap ebben a második kapuban kell fel azon a napon, és napnyugaton tér nyugodni. 12. Adár Majd visszatér keletre, és a harmadik kapuban kell fel 31 napig és ott is nyugszik az ég nyugati felén. Ezen a napon ismét rövidül az éj, kilenc rész lesz, és kilenc részből áll a nap is. Egyenlő lesz az éjjel és a nappal. Az év napjainak száma pontosan 364 nap. Az éjszaka és a nappal hossza, illetve rövidsége a napjárása szerint változik. Ezért nő napról napra útja, és ezért nő éjszakáról éjszakára. Ez a nap törvénye, útja és visszatérése hatvanszor tér vissza, és kál fá. Ez a nagy világító, melyet örökre és örökkön örökké napnak hívnak. Az, ami fáká, az a nagy világító, melyet megjelenése miatt hívnak így, Jahua parancsa szerint. Ahogyan fáká úgy tér nyugovóra, nem csökken fényereje, és nem nyugszik, hanem éjjel-nappal fut. Fénye hétszer több, mint a hold fénye, de kettejük mérete megegyezik. A hold megvilágításának fázisai. 73. fejezet Ezután egy másik törvényt láttam, ami a kisebbik, holdnak nevezett világítóra vonatkozott. Kerekdettsége, mint az ég kereksége. Kocsiát, melyen haladt szélhajtja, és a fény szabályos mérték szerint adatik neki. Felkelésének és lenyugvásának helye minden hónapban más. Napjainak hossza, mint a napi, és ha fénye egyenletesen oszlik el, akkor a napfényének fényének heted az ő fénye. Eképpen kell föl. Első része keleten jön fel a 30. reggelen. Ezen a 30. reggelen jelenik meg, és lesz néktek új holdá. Együtt kell a nappal, abban a kapuban, ahol a nap kél. De egy fél heted résznyi távolságra a naptól. Korongja legnagyobb részt üres és fénytelen, kivéve a napfény 14. részének egy hetedét. Ezen a napon fénye felének egy heted résznyi részével lesz több, így fénye a heted hetedének fele lesz. A nappal együtt ér nyugovóra, és amikor a nap fel kell, a hold vele együtt kell fel, és a fény egy részének felét kapja meg. Ezen az éjszakán a hold nappalának elején a hónap első napján a hold a nappal tér nyugó óra. Láthatatlan marad azon az éjszakán, hiszen a fénye az egy heted hetedének fele. Azon a napon pontosan egy hetednyi résszel kell fel, majd kimegy és eltávolodik a naptól keleti irányba, és a következő napokban felragyogtatja fényének maradék 6 plusz 7 részét. A lunáris év 74. fejezet. Egy másik utat és egy másik törvényt is láttam a hovat számára. Ez szerint a rendelés szerint végzi havi útját. Minnyájuk vezér a szentséges Uriel angyal mindent megmutatott nekem. Felírtam pozícióikat úgy, ahogy mutatta. Fejegyeztem hónapjaikat is, amint voltak, valamint fényük megjelenését, amíg be nem telik a tizenöt nap. Egy hetednyi részek szerint lesz teljesen sötét, és ugyanígy hetedek szerint nő meg fénye teljesen úgy keleten, mint nyugaton néhány hónapban megosztja lenyugvásának helyét, míg más hónapokban a saját útját járja. Két hónapig a nappal együtt ér nyugovóra, abban a két kapuban, melyek középen vannak, tudnélik a harmadikban és negyedikben. Hét napon keresztül itt kell fel, majd megfordul és visszatér abba a kapuba, amelyikben a nap kél, és itt lesz teljessé fénye. Majd eltávolodik a nap elől és a nyolc nap alatt a hatodik kapuba megy, ahol a nap kél. Amikor a nap a negyedik kapuban kél, a hold két napig a hatodikban kell fel, amíg vissza nem tér az ötödikbe, majd ismét hét nap alatt tér vissza a negyedikbe, teljessé teszi fényét, majd eltávolodik, és nyolc nap alatt visszatér az első kapuba. Majd hét nap alatt ismét visszatér napkelet negyedik kapujába. Így módon láttam pozícióikat, hogy miképpen kell fel a hold és nyugszik le a nap azokban a napokban, hónapjaik törvénye szerint. Ha 5 évet összeadunk, a nap 30 napos előnyre tesz szert a hold előtt. A napok száma azonban, amely az 5 év egyikére jut, ha teljes évekről van szó, 364-et tesz ki. A nap és a csillagok előnye 6 napot ér el egy évben, ez 5 év alatt. Mindegyikükben 6 nappal számolva 30 nap. A hold 30 nappal marad el a nap és a csillagok mögött. A hold pontosan vezet minden évet, így sosem sietnek, de nem is késnek egy napot sem az örökké valóságig, hanem pontosan 364 naponként változtatják az éveket. Három nap évben 1092 nap van, 5 évben pedig 1820 így 8 évre 2912 napjut. A holdnak csupán 1062 napja van három év alatt, így 5 év alatt 50 nappal marad el. 5 évben 1770 napja van, úgyhogy 8 évben 2832 a napjainak száma. Mivel az előzőhöz 1067 napot kell még hozzáadni. 8 év alatt 80 nap a lemaradása. Az összes napok száma, amelyekkel 8 év alatt lemarad, 80 nap. Az év pontosan a hold és a nap pozíciói szerint fejeződnek be, miközben mindketten abban a kapuban kelnek fel, ahol a nap a 30 napon át. A szökőnapok és a csillagok 75. fejezet Vezetőik az ezrek fejei akik az egész teremtés és az összes csillag felügyelői, a négy hozzáadott nap fölött is rendelkeznek. Nem hagyják el helyüket a teljes év számításának megfelelően. Ezek szolgálnak azon a négy napon, amelyeket nem számítanak bele az évbe. Miattuk tévednek az emberek a számításban, pedig ezek a fények pontosan végzik szolgálatukat a világ állomásain, egyik az első kapuban, a másik a harmadikban, egy a negyedikben és egy a hatodikban és a világ folyásának pontos harmóniája az év 364 állomása által teljesül. Mindezeket a jeleket, időket, éveket és napokat úriál mutatta meg nekem. Az az angya, akit az örök dicsőség ura rendelt az égi fények fölé, az égen és a világban. Azért, hogy uralkodjanak az ég színén, és megjelenjenek a földön, és hogy a nappalok és éjszakák vezetői legyenek. A nap a hold, a csillagok és mindazon égi teremtmények, akik a mennybolt kocsiján keringenek. Ugyanígy megmutatod nékem, úriát, tizenkét nyitott kaput az égben, a napkoron kocsiján. Ezekből fénysugarak áradtak ki, és forróság a földre, midőn a nekik rendelt időben nyitva állnak. Léteznek ilyen kapuk a szelek és a harmad szelleme számára is, amikor nyitva vannak, nyitva az égben a föld szélei. Tizenkét kaput láttam az égben, a föld szélein. Ezekből jön elő a nap, a hold, a csillagok és minden égi alkotás kelet és nyugat felé. Sok nyílás is van az égen jobb és bal felé. Egyikük mindig hőséget áraszt a neki rendelt időben, azon kapuk számára megfelelően, amelyekben a csillagok előjönnek, illetve lenyugszanak az ő parancsa szerint. Kocsikat is láttam az égben, amint a világban azon kapuk felett és alatt, melyekben soha le nem nyugvó csillagok mozognak. Egyikük körpályája nagyobb volt a többinél, és átfogta az egész látható világot. A 12 szél, 76. fejezet A föld végén 12 nyitott kaput láttam az összes szelek számára. Belőlük áradnak ki a szelek, hogy a föld felszínén fújjanak. Három közülük keleten van nyitva, három nyugaton, három délen és három éjszakon. A három első kelet felé nyílik, három észak felé, a velük szemben levő három, amelyek balra vannak dél felé, és három nyugatra. Négyükből az áldás és béke szelei fújnak, a többi nyolcba viszont a büntetés szelei jönnek elő. Ha ezeket elküldi, elpusztítják az egész földet. A rajta lévő vízzel és mindazzal, ami a földön él, és mindent, ami a vízben vagy a szárazon található. Az első szél, amit keletinek hívnak, a kapuk közül az első délkelet felé néző kapun lép ki. Pusztulás, szárasságot, hőséget és romlást hoz. A második kapuból, ami pont középen van, eső, termés, bőség és harmat származik. A harmadik kapuból, mely észak-keletre néz, hideg és szárasság jön elő. Ezek után a déli szelek jönnek elő három kapunát. Az első szél az első kapunát, amelyik délkeletre néz, innen forró széltörelő. elő. A mellette lévő kapuból a középsőből jó illat, harmat, eső, bőség és egészség származik. A harmadik kapunát, amely délnyugat felé van, harmat, zivatar, sáskahad és pusztulás jön. Ezek után következnek az északi szelek. A hetedik északkeletre néző kapuból, amit tengeri kapunak is hívnak, jön elő a harmat, a zivatar, a sáskahad és a pusztulás pontosan középen fekvő kapuval egészség, eső, harmat és bőség származik. A harmadik kapuból, ami északnyugat felé néz, köd, dér, hó, eső, harmat és sáskák jönnek. Utánuk negyedikként következnek a nyugati szelek. Az első északnyugati kapon harmat, eső, dér, köd, hó és fagy jön ki. A középső kapuból harmat, eső, bőség és áldás jön elő. Az utolsó kapun a délnyugatin át jön elő az szárasság, a pusztulás, a forróság és a romlás. Ezzel teljesé vált a négy égtáj tizenkét kapujának leírása. Összes törvényüket, büntetéseiket és áldásaikat megmutattam neked, fiam, Matuzsálem. A négy égtáj 77. fejezet Az első égtájat keletinek hívják, mivel ő az első. A második a délnek, mivel ott száll le a magasságos és ott lép a földre a különösen áldott. A nyugati égtáj a csökkenésnek nevezik, mivel ott fogyatkozik meg minden égi fény, és ott érnek nyugovóra. A negyedik égtáj, amelynek éjszaka neve, mert benne rejtőzik el az összes égi test. Három részre oszlik. Az egyik az emberek lakhelye, a másik a tengerek vize, mélységek, erdők, folyók, sötétség és ködlepi a harmadikban van az igazság kertje. A hét hegy, a hét folyó és a hét sziget. Hét magas hegyet is láttam, amelyek magasabbak voltak a föld összes hegyénél, hó származik róluk. Napok, idők és évek telnek múlnak. Hét folyót is láttam a földön, az összes folyónál hatalmasabbakat. Az egyik nyugatról jöve a nagy tengerbe önti vizét. Kettő közülük éjszakról folyik a tengerig, és a keleten fekvő Eritreai-tengerbe szállítja vizét. A maradék négy éjszak felől folyik a tengerükig, kettő az Eritreai-tengerbe, kettő pedig a Nagy-tengerbe ömlik. Mások azt mondják, a sivatagba folynak el. Hét nagy szigetet is láttam a tengerben és a Földön, kettőt a Földön, és ötöt a Nagy-tengerben. A Nap és a Hold nevei, a Hold fázisai. 78. fejezet A nap nevei a következők. Az első órjár A második Tomás A holdnak négy neve van. Az első név Asszonyá, a második Ebla, a harmadik Benassé, míg a negyedik Érája. -e. Ez a két hatalmas világító kerekségük, mint az égbolt korongja, méreteikben megegyeznek. A nap korongjában hét résznyi fényjel van több, mint a holdéban. Ebből a fényből mérték szerint adatik a holdnak, amíg a nap egy hetede ki nem merül. Lenyugodni a nyugati kapuban térnek, majd éjszakon fordulva ismét keleten jönnek a föld színére. Amikor a hold először kell fel, és jelenik meg az égen, a teljes fény egy heted részének csupán a felét bírja, majd 14 nap alatt kiteljesedik a fénye. 15 résznyi fényt adnak neki, még a 15 napon teljessé lesz fénye, az évi jegye szerint, és 15 részt tesz ki. A hold a hetedrész rész feleként kezdi pályáját. Fogyásakor az első napon 14 részre csökken fénye, a másodikon 13-ra, a harmadikon 12-re, a negyediken 11-re, az ötödiken 10-re, a hatodikon 9-re, a hetediken 8-ra, a nyolcadikon 7-re, a 9-en 6-ra, a 10-en 5-re, a 11-en 4-re, a 12-en 3-ra, a 13-en 2-re, a 14-en egész fénye egy heted részének felére csökken, míg a 15-en az összes maradék fénye elenyészik. Bizonyos hónapokban a holdnak 29 napja van, egyszer pedig 28. Egy másik szabályt is mutatott nekem Uriel arról, hogy hogyan adnak fényt a holdnak, és hogy melyik oldalon kapja azt a naptól. Amikor a hold növekszik, a fény a nappal szembeni oldalához járul 14 napon keresztül, míg ki nem teljesedik fénye az égen, és midőn teljes megvilágítást kap, fénye teljében pompázik az égen. Az első napon új holdnak hívják, mert ezen a napon ragyog fel rajta a fény. Pontosan azon a napon lesz teli hold, amikor a nap nyugaton száll le, ő pedig ugyanakkor keleten kél az éjszakába, és egész éjjel világít egészen addig, míg fel nem kell a nap vele szemben. A hold a nappal szemben látszik. Azon az oldalon kezd csökkenni, ahol a fénye először megjelent, mindaddig, amíg a teljes fénye eltűnik, napjai véget érnek, korongja pedig üres és fénytelen marad. Három hónapon keresztül 30 napja van a holdnak, és a számára meghatározott időben fogyása idején, három hónapig minden egyes hónapban 29 nap alatt végzi el fogyását az év első periódusában, az első kapuban, 177 napon keresztül. Növekedésének idején három hónapig 30 napon jelenik meg, három hónapig pedig 29 napon húsz napon át keresztül úgy jelenik meg éjjel, mint egy férfi, és nappal, mint az égbolt, mert a fényén kívül nincs semmi rajta. A hold év. 79. fejezet. Mostanra megmutattam neked mindent, fiam Matuzsálem, és az ég csillagainak törvényei teljessé váltak előtted. Feltárta előttem azon összes törvényét minden napra, minden időre, minden uralmi időszakra, minden évre, minden kimenetelre, minden hónapra és hétre, az ő utasítása szerint. Ugyanígy a hol teljes fogyását, amit a hatodik kapuban végez be, hiszen a hatodik kapuban nyeri el teljes fényét, és ezután kezdődik újbóli fogyása, amit az első kapuban teljesít ki, a számára előért időben, amíg lenem telik a 177 nap, hetek szerint számolva 25 hét és 2 nap. Azután azt is megmutatta, hogy hogyan marad le a hold a nap mögött, a csillagok törvénye szerint, pontosan öt nappal egy időperiódusban, és hogy mikor haladnak át azon a helyen, amit látsz. Ehhez hasonló mindegyik világítótest megjelenése és rendszere, amit azt vezetőjük, a hatalmas Uriel nekem megmutatta. 80. fejezet Azokban a napokban válaszolt nékem Úr angyal, és így szólt hozzám. Ímé mindent megmutattam néked, Énok, és mindent felfedtem előtted, hogy láthassd a napot, a holdat, az égcsillagainak útját, és mindazokat, akik forgatják őket, tevékenykedéseiket, idejeiket és feljövetelüket. A kozmikus rend jövendő változásai az emberek bűnei miatt. A bűnösök napjaiban meg fognak rövidülni az évek, vetésük késlekedni fog földjeiken és mezőségeiken, a Földön lévő minden dolog megváltozik, és semmi sem a számára kiszabott időben történik. Az eső elmarad majd, és az ég fogva tartja majd. Szárasság köszönt be a nagy szekér legszélén nyugaton. Azokban a napokban késni fognak, majd a föld gyümölcsei nem nőnek idejükben, és a fák gyümölcsei idejükben visszamaradnak. A hold megváltoztatja rendjét, és nem jelenik meg megállapított idejében. Azokban a napokban látni fogják majd, hogy a nap jobban világít, mint ahogy a fény szabályos rendje szerint lenni szokott. A csillagok sok kiliarkája tévedésbe esik Elohim parancsát illetően, és ezek meg fogják majd változtatni pályájukat és feladatukat, és nem az előírt évszakban jelennek meg. A csillagok egész rendje el lesz rejtve a bűnösök előtt és a föld lakóinak nézetei tévesek lesznek felőlük. Letérnek minden útjukról, bizony tévedésbe esnek, és isteneknek tartják majd azokat. A gonoszság csak szaporodik felettük, és csapások zúdulnak majd rájuk, hogy mindannyiukat megsemmisítsék. Énok utazásainak befejezése. 81. fejezet. Így szólt hozzám ó énok, nézd a mennyei táblák írásait, olvasd, amik rájuk vannak írva, és jegyezd meg magadnak egyenként mindegyiket. Megnéztem mindent a mennyei táblákon, elolvastam mindent, ami rajtuk írva állt, mindent megjegyeztem magamnak, és elolvastam a könyvet, mely az emberek minden tettéről és a test minden gyermekéről szólt, akik a földön az utolsó nemzedékig születnek majd. Aztán rögtön dicsőítettem Jahuát, az örök dicsőség királyát, hogy megalkotta a világ minden művét. Dicsértem Jahuát türelme miatt, és Ádám fiai miatt dicsőítettem. Abban az órában azt mondtam, boldog az a férfi, aki igazságban és jóságban hal meg, az, akiről nem írtak igazságtalanság könyvét, és aki ellen nem találtatik vétek az ítélet napján. Az a hétszent pedig fogott és letett engem a földön, a házam ajtaja elé, és így szólt hozzám. Ad hírül mindez fiadnak, Matuzsálemnek, és mutasd meg minden gyermekednek, hogy egyetlen test sem igaz Yahu előtt, mert ő a teremtőjük. Egy évig hagyunk téged a gyermekeidnél, amíg újra meg nem erősödsz, hogy gyermekeidet tanítsd, felírd nekik ezt, és minden gyermekeidnek bizonyságot tegyél, a következő évben elviszünk téged közülük szíved legyen erős, mert a jog igazságosságot közölnek az igazakkal. Az igaz az igazzal fog együtt örülni, és egymásnak kívánnak szerencsét. A bűnös azonban a bűnössel együtt fog meghalni, és az elpártoló az elpártolóval együtt süllyed majd el. Azok, akik igazságosságot gyakorolnak, a gonosz emberek tettei miatt fognak meghalni, és az istentelenek tettei miatt gyűjtetnek be. Azokban a napokban befejezték a velem való beszédet, én pedig hazatértem a családomhoz, miközben a világok urát dicsőítettem. 82. fejezet Most, fiam Matuzsálem, mindezeket elbeszélem és felírom neked. Igen, mindent feltártam előtted, és könyveket adtam neked mindezekre vonatkozólag. Őrizd meg, fiam Matuzsálem, az atyát kezéből származó könyveket, hogy átadhassd őket a világ többi nemzedékének. Bölcsességet adtam általuk neked, fiaidnak és utódaidnak, hogy ők is továbbadhassák fiaiknak nemzedékről nemzedékre, örök időkön át. Olyan bölcsességet, amely meghaladja saját gondolataikat. A bölcsesség elszenderül, de akik megértik, nem alszanak többé. Feléje fordítják fülüket, hogy megtanulják ezt a bölcsességet, és ízletesebb lesz az a legfinomabb tápláléknál mindazok számára, akik esznek belőle. A csillagok hierarchikus rendje. Boldogok mind az igazak. Boldogok, akik az igazság útján járnak és nem védkeznek. Nem úgy, mint a bűnösök, akik a napok teljességének kiszámításában tévejeknek. A napokra nézve, melyekben a nap az égen jár, 30 napon át ki és bejövő a kapukon, a csillagok rendjének ezredeseivel és a négy hozzáadott nappal, amelyek az évet négy részre tagolják. Meg ezek vezetőivel, akik velük együtt jelennek meg azon a bizonyos négy napon. Miattuk tévejeknek az emberek, mert nem veszik figyelembe őket az év számításakor, hanem tévedésben leledzenek felőlük és nem ismerik pontosan őket. Mert ezek bizony hozzátartoznak az év számításához, és örök időkig helyesen vannak oda feljegyezve egyik az első kapuban, egy a harmadikban, egy másik a negyedikben, és egy a hatodikban. Az év összesen 364 nappal teljes. Az erről szóló beszámoló hű, és a lejegyzett számítás pontos, hiszen a fényeket, a hónapokat, az ünnepeket, az éveket és a napokat, az az Uriá mutatta meg, és tárta fel nekem, akit a világ egész teremtésének ura bízott meg, hogy okítson engem a mennyei seregeket illetően. Övi a hatalom a mennyben az éjjel és a nappal felett, hogy fényt ragyogtasson az emberekre. A napot, a holdat, a csillagokat és az összes mennyei hatalmakat, akik körútjukat járják. Ez a csillagok törvénye meghatározott helyen, időben, ünnepeik és hónapjaik szerint nyugszanak. És ezek a vezetőik nevei, akik felügyelik, hogy megfelelő időben, rendben, időszakban, hónapban, periódusban és helyen jelenjenek meg. Elsőként az évet négy részre osztó négy vezér jelenik meg, utánuk a rend tizenkét vezére, ők azok, akik a hónapokat elválasztják. A 364 nap számára ezredesek vannak kirendelve, ők tesznek különbséget a napok között. Végül a négy szökőnapnak ugyanazok a vezérei, akik a négy évszakot elkülönítették. Az ezredeseket a két vezér közti pozícióikba iktatták be, de az évszakok felosztását a vezetők végzik. Ez azoknak a vezéreknek a neve, akik a négy megszabott évszakot különítik el. Melkiél, Helemmélek, Méliál és Nárel. A vezetetjeik neve Adnárél, Iászuszáél és Illumiél. Ez a három a rendek vezéreit követi. Egyik őjük pedig az évet négy részre osztó vezérek után álló három ezredes után következik. Az év kezdetén elsőként melkiél tűnik fel, és uralkodik. Déli napnak is hívják, uralkodásának teljes ideje 90 nap. Ezek azok a jelek, melyek uralkodásának idején a földön megjelennek. Izzadás, meleg, szélcsend, minden fa termést hoz és levelet hajt, búzarratás és rózsanyílás. Az összes virág pompázik a mezőn, de a téli fák elszáradnak ezek alárendelt vezéreinek nevei. Berkejjel, Zélepszeljel és egy másik, egy hozzájuk csatlakozó ezredes a neve Héló Jászef. Ezzel véget érnek a periódus napjai. A második vezér utánok Helen Mélék, akit fényes napként is neveznek. Uralkodásának ideje 90 napot tesz ki. Ezek napjainak jelei a földön forróság, asszály, a fák megérlelik és megszárítják gyümölcseiket, a juhok párosodnak és vemhesek lesznek. Begyűjtenek minden gyümölcsöt a földekről, a mezőkről és a préskádakból. Ez történik uralma idején. Ezek az ezredeseknek alárendeltek nevei, rendjei, vezetői. áll, Kél és Hél, a hozzájuk csatlakozó ezredes neve Aszfájel. Uralkodásának napjai véget érnek. Énok könyve, negyedik könyv. Az álomlátások könyve. Látomás a vízözönről. 83. fejezet. És most, fiam Matuzsálem, megmutatom neked az összes látomást, amelyeket láttam, s neked elmondom azokat. Két látomást láttam mielőtt még feleséget vettem magamhoz, és a látomások nagyon különböztek egymástól. Az elsőt akkor kaptam, amikor írni tanultam, a másikat mielőtt anyádat magamhoz vettem, akkor, amikor azt a rettenetes látomást láttam. És imádkoztam is miattuk jahuához. Lepihentem nagyapád mahalálá házában, amikor látomásban láttam, amint a menny összeomlik és szakadtan a földre zuhan. És láttam, amikor a földre omlott, hogy hogyan nyelte el az egész földet a nagy mélység és a hegyek alá és a magas fák törzsei megrepettek, és a mélységbe vetve elsüllyedtek. És akkor hirtelen szó jött a számba, felemeltem a hangom, és hangosan ezt kiáltottam. Elpusztult a föld, és erre nagyapám mahalál el, aki a közelemben feküdt, felébresztett engem, és kérdezte tőlem. Fia, miért siránkozol így, és miért ilyen erős a te siralmad? és elmondtam neki a teljes látomást, amelyet láttam, és erre ő azt válaszolta. Rettenetes dolgot láttál, a fiam, és álomlátásod komoly titkokat tár fel a föld bűneinek titkait illetően, mert el kell süllyednie a mélységben, és hatalmas pusztulásban kell ápusztulnia. És most, fiam, kelj mivel hívő vagy járója dicsőséges Jahuáli, és kérelmezdőd, hogy legyen egy maradék a földön, és nehogy ápusztítsa ő az egész földet fia, mindezek el fognak jönni a mennyekből a földre, és a földet hatalmas pusztulás éri. És ezután felkeltem, és imádkozni kezdtem, és esedezve könyörögtem, és leírtam imáimat a világ nemzedékei számára, és mindent megmutatok majd neked, fiam, Matuzsálem. És amikor alámentem, és láttam a mennyet, és a nap keltét kelet felől, és a hold nyugtát nyugat felől, és néhány csillagot, és az egész földet, és mindent, ahogyan ő ismerte a kezdettől, akkor áldottam az ítélet urát, és magasztaltam őt, mert ő vezeti ki a napot a keleti ablakokból, és az felemelkedik a magasságba a mennyek orcáján, és megteszi azt az utat, ami ki lett jelölve neki. 84. fejezet És felemeltem kezeimet igazságban, és áldottam a szent hatalmast, és ajkaim leheletével szóltam, és testemnek hús nyelvével, amit Elohim adott a hústestben élő embereknek, hogy azzal beszélhessenek, és leheletet, nyelvet és száját adott nekik, hogy azok által beszélni tudjanak. Áldott léte, jahu a királyom, hatalmas és erős vagy nagyságodban a mennyei teremtés ura, királyok kirája az egész világ Elohimja. A te hatalmad és uralmad, a te nagyságod megmarad mindörökké, és nemzedékeken át uralmad megmarad és mind a mennyek a te trónusod örökké, és az egész föld a te lábadnak zsámolja mind örökkön örökké. Mert te teremtettél, és te uralsz mindent, és semmi sem nehéz neked, a bölcsesség nem hagyja el trónusod termét, és nem is fordul el jelenlétettől, és semmi sem marad át a mert mindent látsz. És még a te mennyeidnek angyala is védkesek az áthágásokban, és az emberek testét a haragot gyötrelmei kísérik az ítélet nagy napjáig. És most, ó Elohim, és hatalmas király, eléd jövök, és kérlek téged, hogy teljesítsd imámat, hagyd nekem utódot a földön, s ne pusztítsa minden testet a föld színére, és ne tedd a földet lakatlanná, hogy a pusztulás örök legyen. És most, javul, pusztítsd hát el azok testeit, akik felgerjesztették haragodat, de az igazak és erényesek testét tartsd meg, legyenek ők olyanok, mint az örök növény magjai. És ne takard el arcodat a te szolgádnak elő, ó, Jáhua! Az állatok apokalipszise, látomás a különböző bikákról, a történelem hajnala. 85. fejezet. És ezután másik álmot láttam, és megmutatom neked az egészet, fiam. És Énok felemelte hangját, és így szólt fiához, Matuzsálemhez. Hozzád szólok én, fiam. Figyelmes szavaimra, hallgass figyelmesen a te atyád álomlátását. Mielőtt édesanyádat Ednát elvettem, egy látomást láttam fekvő és íme egy bika jött ki a földből, és fehér volt az, és utána egy üsző jött elő, és ezzel a másodikkal együtt jött két bika, az egyikük fekete, a másik pedig vörös. És az a fekete bika megsebesítette a vöröset, és üldözte az egész földön át. És azután többé már nem láthattam azt a vörös bikát. De a fekete bika megnőtt, és az üsző vele ment, és láttam, hogy számos borjú származott attól, melyek hasonlóak voltak hozzá, és követték azt. És az a tehén, az első, Eltávozott az első bika színállal, hogy megkeresse a vöröset, de nem találta, és nagy keserűséggel síratta azt, és kutatott utána. És figyeltem, amíg az az első bika odajött a tehéhez, és lecsendesítette, és attól kezdve nem sírt többet. És ezután fogant egy újabb fehér bikát, és utána még sok bikát és fekete teheneket. És láttam álmomban, ahogy az a fehér bika is ugyanúgy megnőtt, és hatalmas fehér bikává lett. És őtőle sok fehér bika származott, és azok hasonlítottak őre. És elkezdtek sok fehér bikát nemzeni, melyek hasonlítottak rájuk, egyiket a másik után, igen sokat. Látomás a lehullott csillagokról a borjuk között. A lázadó angyalok és óriások 86. fejezet és ismét láttam az én szemeimmel álmomban, láttam a mennyet odafönt, és íme egy csillag hullott le a mennyből, és felkelt és evett, és legeltetett azok között a borjuk között. És ezután láttam a hatalmas és fekete borjakat, és íme mindegyik elcserélte az ő istálóját és legelőjét, és csordáikat, és elkezdtek egymással élni. És ismét láttam látomásban, és felnéztem a menny felé, és íme sok csillagot láttam leszállani és lehullani az égből, ahhoz az első csillaghoz, és bikává váltak a csordák közepette, és együtt legeltek azokkal. És rájuk tekintettem, és láttam, és íme mind kibocsátották szemérmük testrészét, lovak módjára, és elkezdték hágni a borjak teheneit, és azok mind viselősek lettek, és szültek elefántokat, tevéket és szamarakat és az összes borjú félt azoktól, és rettegtek tőlük, és azok elkezdtek fogaikkal harapni és falni, és szarvaikkal sebeket ejteni. És ezen felül elkezdték felfalni a borjakat, és íme a föld minden gyermeke remegett, és rászkódott előttük, és elmenekült előlük. Látomás a négy mennyei lényről. 87. fejezet És ismét láttam, hogyan kezdték megsebezni egymást, és felfalni egymást, és a föld hangosan sírni kezdett. És ismét felemeltem szemeimet a mennyek felé, és láttam egy látomást. És íme a mennyekből lények jöttek ki, akik olyanok voltak, mint hófehér emberek. És négy jött ki onnan, és három ővelük. És azok hárman, akik utoljára jöttek ki, kézen fogtak engem, és felemeltek távol a föld nemzedékeitől, és fölvittek egy tágas helyre, és egy tornyot mutattak nekem mely magasan a föld fölé magasodott, és minden hegy alacsonyabb volt annál. És egyikük így szólt hozzám. Maradj itt, amíg mindent nem láttál, ami elkövetkezik azokra az elefántokra, tevékre és szamarakra, és a csillagokra és borjakra és mindannyiukra. Látomás a lehullott csillagok büntetéséről. 88. fejezet és azután láttam, hogy egyik annak a négynek, aki korábban kijött, megragadta az első csillagot, megkötve kezét és lábát, és a mélységbe vetette őt. Ez a mélység keskeny és mély, rettenetes és sötét. És egyik a négy közül kivont egy kardot, és odaadta az elefántoknak, a tevéknek és a szamaraknak. Azok pedig egymásnak estek, és miattuk az egész föld megrengett. És mi alatt a látomást láttam, íme egyik a négyeknek, akik kijöttek megkövezte azokat a mennyből, és összegyűjtötte és megragadta mind a hatalmas csillagokat, akiknek szemérmük testrésze a lovakihoz hasonlatos volt, és megkötözte kezeiket és lábaikat, és levetette őket a föld mélységeibe. Noé és a vízözön 89. fejezet És a négyek egyike odament a fehér bikához, és titokban utasította őt anélkül, hogy megijesztette volna. Bikaként született, és emberré lett, és épített magának egy nagy hajót, és abban lakozott. És három bika lakott vele, abban a bárkában, és be voltak fedve. És ismét felemeltem szemeimet a mennyek felé, és láttam egy tágas tetőt, azon pedig hét zuhatagot, és azok a zuhatagok sok vizet árasztottak egy körülzárt helyre. És ismét láttam, és íme források nyittattak annak a nagy területnek a felszínén, és a víz elkezdett hömpölyögni és emelkedni a felszínen. És addig néztem azt a helyet, míg az egész felszínét áborította a víz. És egyre nőttek a vízek a sötétség és a pára. És ahogy figyeltem a víz magasságát, az a víz a körülzárt hely szélei fölé emelkedett, és túlcsordult azon, az pedig a földön állt és annak a területnek minden barmai összegyürekeztek, majd láttam, hogyan süllyedtek el, és merültek el, és tűntek el abban a vízben. De a bárka úszott a vízen, míg az összes borjú és elefánt és teve és számára fenékre süllyedt a többi állattal együtt. Így többet már nem láthattam azokat, és nem tudtak megmenekülni, hanem elvesztek és lesüllyedtek a mélységbe. Továbbá látomásban láttam, amíg azok a zsilipek eltávolodtak attól a magas tetőtől, a föld szakadékai kiegyenlítődtek, és más szakadékok tárultak fel. A víz pedig kezdett befelé folyni, amíg elő nem tűnt a föld. A bárka pedig megállapodott a földön, a sötétség visszavonult és fénytámadt. Az a fehér bika pedig, amely férfivá változott, a három bikával együtt kiment abból a bárkából. A három bika közül az egyik fehér volt, ahhoz a bikához hasonló, a másik vörös volt, mint a vér, és a harmadik fekete volt, és az a fehér bika eltávolodott tőlük. Noé halálától a kivonulásig. Akkor elkezdtek vadállatokat és madarakat nemzeni úgyhogy minnyájukból egy faj keletkezett. Oroszlánok, tigrisek, farkasok, kutyák, hiénák, vaddisznók, rókák, mókusok, disznók, solymok, kesejük, héják, sasok és hollók. És közöttük született egy fehér bika. Aztán neki fogtak egymást marni. Az a fehér bika pedig, amely köztük született, egy vadszamarat nemzett, és rajta kívül egy fehér bikát. A vadszamár pedig szaporodott. Az a bika pedig, melyet ő nemzett, egy fekete vaddisznót és egy fehér juhot nemzett. És az a vaddisznó sok vaddisznót nemzett, az a juh pedig tizenkét juhot nemzett. Amikor felnőttek azok a juhok, egyiküket átadták a szamaraknak, és ezek a szamarak ismét átadták azt a juhot a farkasoknak. És így az a juh a farkasok között nőtt fel. Akkor fogta Jahua a tizenkét juhot, hogy nála lakjanak és nála legeljenek a farkasok közepette, és sokasodtak és sok júnyájá szaporodtak. Akkor félni kezdtek tőlük a farkasok, és addig szorongatták őket, amíg meg nem ölték ifjú bárányaikat. És egy víztől duzzadó folyóba vetették bárányaikat, de azok a juhok kiáltozni kezdtek bárányaik miatt, és uruknál panaszkodtak. Az egyik jó, amelyik megmenekült a farkasok elől, megszökött és elmenekült a vadszamarakhoz. És láttam, hogyan jajgattak, kiáltoztak és kérték minden erejükből urukat a juhok, amíg a juhoknak az az ura le nem szállt a juhok kiáltására fenséges lakóhelyébe, és hozzájuk nem jött, és nem legeltette őket. Akkor szólt annak a júnak, amelyik elmenekült a farkasoktól, és beszélt vele a farkasokkal kapcsolatban, hogy figyelmeztesse őket rá, hogy ne bántsák a juhokat. A juh pedig Jahua parancsára elment a farkasokhoz, és egy másik juh összetalálkozott azzal a juhval, vele ment, és mindketten együtt léptek be azoknak a farkasoknak a gyülekezetébe, beszéltek velük, és figyelmeztették őket, hogy ezután ne bántsák a juhokat. Erre láttam, hogy nyomják el még jobban. Minden erejükből a farkasok a juhokat és a juhok kiáltoztak. Akkor eljött a juhokhoz, Uruk, és elkezdte ütni azokat a farkasokat. Akkor jajgatni kezdtek a farkasok, de a juhok megnyugodtak, és nem kiáltoztak többet. Láttam, hogy a juhok kivonultak a farkasok közül, a farkasok szemeit azonban elborította a sötétség, úgyhogy azok a farkasok minden erejükkel a juhok üldözésére keltek. A juhok ura vezetőjükként vonult velük, és az összes juha követte őt. Arca ragyogott, és dicsőséges, és rettenetes látványt nyújtott a farkasok pedig üldözni kezdték azokat a juhokat, amíg el nem érték őket egy tengernél. Az a tenger szétvált, és a víz mindkét oldalon állt előttük. Uruk pedig, aki vezette őket, közéjük és a farkasok közé lépett. Amikor azok a farkasok még nem látták a juhokat, bevonultak annak a tengernek a közepébe, és a farkasok követték a juhokat, és azok a farkasok idefutottak utánuk a tengerbe. Amikor azonban meglátták a juhok urát, Hátraarcot csináltak, hogy elmeneküljenek szín de a tenger összezárult, és hirtelen újból felvette eredeti alakját. A víz megáradt, és addig emelkedett, amíg el nem borította azokat a farkasokat. Láttam, hogy az összes farkas, amelyik azokat a juhokat üldözte, elpusztult és elsüllyedt. Izrael a pusztában, a törvényadás, Kánán elfoglalása. A juhok pedig megmenekültek attól a víztől, és egy víz és fű nélküli pusztaságba jutottak. Akkor kezdték kinyitni szemüket, és láttam, hogyan jelegelteti őket a juhok ura, és adott nekik vizet és füvet, és hogyan ment az a juh, és vezette őket. Az a juh felhágott annak a magas hegynek a csúcsára, és a juhok ura ismét elküldte őt hozzájuk. Ekkor láttam, hogy a juhok ura előtt áll és külseje félelmetes és fenséges volt, amikor meglátták őt mindazok a juhok, és megrémültek színe előtt. Minnyáján féltek és remektek tőle, és ahhoz a juhhoz kiáltottak, amelyik náluk volt, amelyik köztük volt. Nem vagyunk képesek rá, hogy megálljunk urunk színe előtt, és nézzünk. Akkor az a jó, amelyik vezette őket, újból felhágott annak a sziklának a csúcsára. A juhok azonban kezdtek megvakulni és letérni arról az útra, amelyet ő mutatott nekik. Az a juh azonban semmit sem tudott erről. Akkor nagyon megharagudott rájuk a juhok ura, és amikor az a juh tudomást szerzett róla, leszállt a szikla csúcsáról, a juhokhoz ment, és legnagyobb részüket megvakulva és elpártolva találta. Amikor meglátták őt, megijedtek, reszkedtek előtte, és azt kívánták, hogy visszatérjenek kamráikba. Az a azonban más juhokat vett maga mellé, és azokhoz az elpártott juhokhoz ment, erre hozzálátott, hogy megölje őket. Akkor megijedtek tőle a juhok, és az a juh visszahozta az elpártott juhokat, és visszatérítette kamráikba. Ebben a látomásban láttam, hogy az a jó férfi lett és házat építette a juhok urának, és mindezeket a juhokat beeresztette abba a házba. Láttam, hogy az a jó, amelyik találkozott azzal a juhokat vezető juval elhunyt. Láttam, hogy mindegyik nagy jó elpusztult, és kisebbek emelkedtek a helyükre, egy legelőhöz értek és egy folyóhoz közeledtek. Akkor az a vezető jó, amelyik férfivá lett elvált tőlük és elhunyt. Mindazok a juhok keresték, és nagy kiáltozásban törtek ki miatta. Láttam, hogy abba hagyták az amiatt a juh miatti kiáltozásukat, és átkeltek azon a folyón, és mindig más őket vezető juhok léptek az elhunytak helyébe, és vezették őket. Láttam, hogy a juhok jó helyre, és egy kedvező és pompás földre érkeztek, és láttam, hogy azok a juhok jól laktak, és az a ház közöttük állt a kedvező földön. A bírák korától a templom megépítéséig. Gyakran nyitva voltak szemeik, gyakran vakok voltak, amíg egy másik jó nem támadt, vezette őket, mindegyiket visszahozta, és kinyílt a szemük. A kutyák, rókák és vaddisznók elkezdték felfalni azokat a juhokat, amíg aztán a juhok ura egy másik juhot, egy kost nem támasztott közöttük, amelyik vezette őket. Az a kos kezdte mindkét oldalon felöklelni azokat a kutyákat, rókákat és vaddisznókat, amíg sokat el nem pusztított. Akkor megnyílt annak a júnak a szeme, és látta, hogy az a kos, amelyik a juhok között volt, hogyan tagadta meg méltóságát, és kezdte felöklelni azokat a juhokat, megtiporni őket, és minden nehézség nélkül járt, kelt. Akkor a juhok ura elküldte a juhat egy másik juhhoz, és őt állította kosként és vezérként annak a kosnak a helyébe, amelyik elfelejtkezett méltóságáról. Elment hozzá, és egyedül vele beszélt, és kossá emelte, és a juhok fejedelmévé és vezérévé tette. De mindez idő alatt azok a kutyák szorongatták a juhokat. Az első kos üldözte azt a második kost, az a második felkelt és menekült előle, és láttam, hogy azok a kutyák megbuktatták az első kost. Az a második kos pedig felemelkedett és vezette a juhokat, és az a kos sok juhot nemzett és elhunyt egy kis juh azonban kossá lett a helyébe, és azoknak a juhoknak a fejedelmévé és vezérévé lett. Azok a juhok nőttek és szaporodtak, minden kutya, róka és vaddisznó félt és menekült tőlük. Az a ház pedig nagy és széles lett, és egy magas és nagy torony épült azoknak a juhoknak a számára, a juhok ura számára épült házra építették. Az a ház alacsony volt, de a torony kiemelkedett és magas volt, és a juhok ura állt azon a tornyon, és megrakott asztalt helyeztek elébe. A két királyság, Júda és Izrael, Jeruzsálem pusztulásáig. Továbbá láttam, hogyan pártoltak el újból azok a juhok, vándoroltak sokféle úton, és hagyták el azt a házukat. A juhok ura azonban szólított néhányat a juhok közül, és a juhokhoz küldte őket, és a juhok kezdték megölni azokat. Egyikük megmenekült, és nem ölték meg, elszökött, és rákiáltott a juhokra, és azok meg akarták ölni. A juhok ura azonban kimentette a juhok hatalmába, felhozta hozzám, és itt adott neki szállást. Sok más juhot is küldött azokhoz a juhokhoz, hogy figyelmeztessék őket, és panaszkodjanak rájuk. Ezután láttam, hogy mindannyian elpártoltak és megvakultak, amikor elhagyták a juhok urának a házát és tornyát. És láttam, hogy okozott közöttük egyes nyájaikban sok vérontást, a juhok ura, amíg azok a juhok ilyen vérontást provokáltak és elhagyták az ő helyét. Akkor kiszolgáltatta őket az oroszlánoknak, tigriseknek, farkasoknak, hiénáknak, rókáknak és minden ragadozóknak, azok a ragadozók pedig kezdték széttépni azokat a juhokat. Láttam, hogy elhagyta azt a házukat és tornyukat, és minnyájukat kiszolgáltatta az oroszlánoknak, hogy széttépjék és felfalják őket, minden ragadozónak. Akkor teljes erőmből kezdtem kiáltani, és a juhok urát hívtam segítségül, és szemrehányást tettem nekik a juhok miatt, hogy felfalják őket az összes ragadozók. Amikor ezt látta, nyugton maradt és örült, hogy elnyelik, felfalják és elrabolják őket, és átengedte őket az összes ragadozó hatalmába, hogy felfalják őket. Hetven pásztort hívott és eltaszította azokat a juhokat, hogy ők legeltessék azokat, és így szólt a pásztorokhoz és társaikhoz. Mindegyik őtöknek kell mostantól kezdve a juhokat legeltetnie, és tegyétek meg mindazt, amit majd parancsolok nektek. És én pontosan leszámolva akarom nektek átadni őket, és megmondom nektek, melyiküket kell megölni, és azt ölítek meg. Akkor átadta nekik azokat a juhokat. Egy másikat szólított, és azt mondta neki: figyelj, és figyelj mindenre, amit a pásztorok ezekkel a juhokkal tenni fognak, mert többet ölnek majd meg közülük, mint a hányat megparancsoltam nekik. Ír fel minden egyes áthágást és megsemmisítést, amelyet a pásztorok fognak végrehajtani. Hányat ölnek meg, Parancsom szerint, és hányat ölnek meg önkényesen, és írd minden egyes pásztor kárára mindazt, amit megsemmisített. Olvast fel nekem szám szerint hányat öltek meg önkényesen, és hányat adtak át a megsemmisülésnek, hogy ez bizonyságú szolgáljon számomra ellenük, és ismerjem a pásztorok minden tettét, úgyhogy ha mérlegre teszem őket, lássam, mit tesznek. Vajon hülyek maradnak-e a tőlem kapott parancshoz vagy sem? De nekik ezt nem szabad megtudniuk, és te ne közöld velük, ne is figyelmeztesd őket, hanem jegyezt fel mindegyikükről azt a megsemmisítést, amelyet a pásztorok visznek véghez, mindegyik a maga órájában, és mindent olvas fel nekem. Láttam, hogy azok a pásztorok legeltettek, mindegyik a maga órájában, és többet kezdtek el megölni és legyilkolni, mint amennyire parancsot kaptak, és kiszolgáltatták azokat a juhokat az oroszlánoknak. Az oroszlánok és tigrisek elnyelték és felfalták azoknak a juhoknak a nagyobb részét, és a vaddisznók velük együtt faltak, és lángba borították azt a tornyat, és szétrombolták azt a házat. Akkor nagyon elszomorodtam amiatt a torony miatt, mert szét lett rombolva a juhoknak az a háza, és utána nem láthattam többé, vajon bemennek-e azok a juhok abba a házba. Az angyali uralmak első periódusa Jeruzsálem pusztulásától a fogságból való visszatérésig. A pásztorok és társai pedig átadták azokat a juhokat az összes ragadozónak, hogy falják fel őket. Mindegyikük a maga órájában egy meghatározott számot kapott, és mindegyikükről beírta a másik egy könyvbe, hogy mennyit pusztított belőlük. Mindegyik többet ölt meg és pusztított el, mint amennyi számára elő volt írva akkor elkezdtem sírni azok miatt a juhok miatt, és igen, csak nagyon jajgatni. Így módon látomásban láttam, hogy írta fel az az írnok napról napra mindegyiket, amelyet a pásztorok megöltek, és az egész könyvet felvitte a juhok urához, felolvasta, és mindent megmutatott, amit azok tettek, és mindent, amit mindegyikük megszüntetett, és mindent, amit a megsemmisítésnek adott át. A könyvet felolvasták a juhok urának, és ő kivette kezéből a könyvet, elolvasta, lepecsételte, és félretette. Második periódus Círus idejétől Nagy Sándor idejéig aztán láttam, hogy legeltettek tizenkét órán át a pásztorok, és íme azok közül a juhok közül hárman visszatértek, eljöttek, előálltak, és elkezdték felépíteni annak a háznak minden romját de a vaddisznók akadályozták őket, úgyhogy semmit sem tudtak elérni. Akkor ismét ugyanúgy elkezdtek építkezni, mint azelőtt, és felépítették azt a tornyot, és azt a magas toronynak nevezték. Ismét asztalt kezdtek teríteni a torony elé, de a rajta lévő összes kenyér szennyes és tisztátalan volt. Mindezek ellenére ezeknek a juhoknak, és épp úgy a pásztoroknak is a szemei vakok voltak, úgyhogy nem láttak, és nagy tömegben lettek átadva lemészállás végett a pásztoraiknak, és ők lábbal taposták a juhokat és felfalták őket. A juhok ura azonban nyugodt maradt, amíg az összes juh szét nem szélett a mezőn, és össze nem keveredett velük a ragadozókkal, és ők a pásztorok nem mentették ki azokat a ragadozók hatalmából. Az pedig, aki a könyvet írta, felvitte és megmutatta és felolvasta a juhok ura előtt, közben járt értük, és kérte őt, miközben mindent megmutatott neki, amit a pásztorok tettek és tanúságot tett előtte az összes pásztor ellen. Akkor fogta a könyvet, letette nála és elment. Harmadik periódus. Nagy Sándortól a görög-szíriai uralomig. 90. fejezet. Láttam egy időtartamot, amíg így módon 35 pásztor legeltetett, és mindegyikük úgy fejezte be idejét, mint az előzők, és mások kapták őket hatalmúba, hogy legeltessék őket a maguk idejében, mindegyik pásztor a maga idejében. Azután látomásban láttam, hogy jön az ég minden madara, sasok, kesejük, héják és hollók, de a sasok vezették az összes madarat, és elkezdték felfalni azokat a juhokat, szemüket kiválták és húsokat megették. A juhok pedig kiáltoztak, mert a madarak ették a húsukat, és mikor ezt láttam, jajgattam álmamban, amiatt a pásztor miatt, aki a juhokat legeltette. Láttam, hogy a kutyák, sasok és héják megették azokat a juhokat, és sem hús, sem bört, sem int nem hagytak rajtuk, amíg aztán csak a csontvázuk maradt meg, de csontvázuk is földre hullott, és így fogytak el a juhok addig láttam, amíg 23 pásztor vette át a legeltetést, és idejüknek megfelelően 23 időt töltöttek be. Negyedik periódus A görög-szíriai uralomtól a makkabeus felkelésig Azoktól a fehér juhoktól pedig kis bárányok születtek, és elkezdték kinyitni szemüket, láttak, és a juhokhoz kiáltottak. A juhok azonban nem kiáltottak hozzájuk, és nem hallották, amit nekik mondtak, hanem határtalanul süketek voltak, és szemük igen-igen igen elvakult. Látomásban láttam, hogyan szálltak hollók azokra a bárányokra, az egyiket megragadták azok közül a bárányok közül, és a juhokat szétdarabolták és felfalták. Láttam, hogy azoknak a bárányoknak szarvuk sarjadt, és a hollók legyőzték szarvaikat. Láttam, hogy ama juhok egyikének nagy szarva nőtt, és kinyílt a szeme. Legeltette őket, és kinyílt a szemük, és a juhok után kiáltott, amikor pedig meglátták őt, a kosok mind hozzáfutottak. Mindezek ellenére állandóan széttépték azok a sasok, kesejük, hollók és héják a juhokat, rájuk szálltak és felfalták őket. A juhok mégis nyugodtan viselkedtek, de a fiatalkosok jajgattak és kiáltoztak. Azok a hollók harcoltak és küzdöttek vele, és igyekeztek letörni a szarvát, de nem volt hatalmuk fölötte. A pogányok utolsó támadása a zsidók ellen. Láttam, hogy a pásztorok és sasok, azok a kesejük és héják jöttek és a hollókhoz kiáltottak, hogy törjék szét annak a fiatalkosnak a szarvát harcoltak és küzdöttek vele, és ő vívott velük, és kiáltott, hogy érkezzen meg a segítsége. De az összes sas, kesejű, holló és héja összegyűlt, magával hozta a mező minden juhát, mind összejöttek és segítettek egymásnak, hogy letörjék a fiatalkosnak azt a szarvát. Láttam, hogy az a férfi jött, aki a pásztorok neveit felírta és a juhok urának előterjesztette. Ő segített annak a fiatalkosnak, és mindent megmutatott neki, és hogy ő azért jött, hogy segítsen neki. Láttam, hogy a juhoknak az az ura hangosan jött hozzájuk, és mindakik csak látták őt, menekültek, és mind sötétségbe borultak szín előtt. Láttam, hogy az a férfi, aki Jahua parancsára a könyvet írta, felnyitotta annak a pusztításnak ama könyvét, amelyet a tizenkét utolsó pásztor vitt végbe, és feltárta a juhok ura előtt, hogy ők messze többet öltek meg, mint elődeik. Láttam, hogy egy nagy kardot nyújtottak át a juhoknak, és a juhok kirántották a mező minden állata ellen, hogy megöljék őket, és az ég minden állata és madara menekült előlük. Láttam, hogy a juhok ura hozzájuk lépett, kezébe vette haragjának botját, és a földre ütött, úgy, hogy az szétrepett, és az ég minden állata és madara lecsúszott azokról a juhokról, és elsüllyedt a földbe, mely bezárult felettük. A bukott angyalok ítélete a pásztorok és a hite hagyottak. Láttam, hogy egy trónt állítottak fel a kedvező országban, és ráült a juhokura, és a másik fogta a lepecsételt könyveket, és felnyitotta azokat a könyveket a juhok ura előtt. Jahua szólította azt a hét első fehéret, és megparancsolta, hogy hozzanak elébe az első csillagtól kezdve, amelyik elsőnek jött ki minden olyan csillagot, amelynek személyrem tagja olyan volt, mint a paripáké, és ők mind elébe hozták azokat. Azt mondta annak a férfinek, aki előtte írt, aki egyike volt a hét fehérnek, és így szólt hozzá. Vedd ezt a hetven pásztort, akiknek átadtam a juhokat, és miközben azokat vették, többet megöltek közülük, mint a hányat megparancsoltam nekik. Íme láttam, hogy mind össze vannak kötözve, és előtte állnak. Az ítélet a csillagokkal kezdődött, és elítélték bűnösnek találták őket, és a kárhozat helyére mentek, és egy tűzzel teli lángoló és tűzoszlopokkal teli szakadékba vezették őket. Azt a hetven pásztort is elítélték bűnösnek találták, és abba a tűzpocsajába vetették. Láttam abban az időben, hogyan nyílt meg egy hasonló szakadék a föld közepén tele tűzzel. Fogták azokat a megvakult juhokat, mindannyit elítélték, bűnösnek találták, és abba a tűzpocsajába vetették, és égtek, ez a szakadék annak a nagy háznak a jobb oldalán volt. Láttam, hogy azok a juhok és csontjuk égnek. Az új Jeruzsálem, a túlélő pogányok átalakulása, az igazak feltámadása és a messiás. Felálltam, hogy lássam, ahogy azt a régi házat beburkolta. Minden oszlopot eltávolítottak, annak a háznak minden gerendáját és díszítését vele együtt csomagolták be. Kivitték, és az ország déli részén egy helyre tették. Láttam, hogy a Juhok ura egy új házat hozott annál az elsőnél nagyobbat és magasabbat, és annak az elsőnek a helyére állította fel, amelyet becsomagoltak. Minden oszlopa új volt, díszítményei is újak voltak, és nagyobbak, mint azért az első régi, amelyet elvetettek. És a juhok ura volt benne. Láttam, hogy borult le az összes megmaradt juh, és minden állat a földön, és az ég minden madara. Imádták azokat a juhokat, könyörögtek hozzájuk, és minden szavuknak engedelmeskedtek. Erre kézen fogott engem az a három fehér öltözetű. Aki azelőtt felhozott engem, és miközben annak a fiatalkosnak a keze megragadott engem, fölvittek engem, és letettek azok közé a juhok közé, mielőtt megkezdődött volna az ítélet. Azok a juhok pedig mind fehérek voltak, és gyapjuk dús és tiszta volt. Mindazok, amelyek meg voltak ölve, vagy szétszóródtak, a mező minden állata és az ég minden madara összegyűlt abban a házban. És a juhok ura nagyon örült, mert mind jók voltak és visszatértek házába. Láttam, hogy letették azt a kardot, amelyet a juhoknak adtak. Visszahozták házába, és lepecsételték Jahu a színe előtt. Minden juh meghívást kapott abba a házba, és nem fértek be oda. Mindannyiuk szeme nyitva volt, hogy lássák a jót, és közülük egy sem volt olyan, aki ne lett volna látó. Láttam, hogy a ház nagy volt és tágas, zsúfolásig tele. Láttam, hogy egy fehér tulok született nagy szarvakkal. A mező minden állata és az ég minden madara tartott tőle, és könyörgött hozzá minden időben. Majd láttam, hogy minden nemzedéke átváltozott, és mind fehér marhákká lettek. Közülük az első bárányá lett, és az a bárány nagy állattá lett, és nagy fekete szarvakat kapott a fején. A jókora pedig örült neki és minden tuloknak. Közöttük aludtam, akkor felébredtem, és mindent láttam. Ez az a látomás, amit álmomban láttam, amikor felébredtem, dicsőítettem az igazságosság urát, és dicsérő éneket zengtem neki. Azután hangos jajgatásban törtem ki, és könnyeim nem apadtak el, amíg már nem bírtam elviselni. Valahányszor odanéztem, könnyeim omlottak amiatt, amit láttam mert minden bekövetkezik és beteljesül majd. Az emberek minden tettét megmutatták sorban nekem. Azon az éjszakán visszaemlékeztem első álmomra, amiatt is sírtam és zavart lettem, mert azt a látomást láttam. Énok könyve, ötödik könyv. Énok levele. Énok levelének kezdete, 92. fejezet. Ez annak a bölcsességnek, énok az írnok által megfogalmazott tökéletes tanítása, amely minden ember számára dicséretes. Ő az egész föld bírája, minden gyermeke számára írta, akik a földön fognak lakni, és azon eljövendő nemzedékek számára, akik megtartják az igazságosságot és a békét. Szellemetek ne zavarodjon meg a gonosz idők miatt, mert a hatalmas szent minden dolognak meghatározta idejét. Az igaz feltámad majd álmába a felkál, és az igazságosság ösvényein fog járni, és egész útja és beszéde örök jóság és kegyelem lesz. Kegyes lesz az igazza szemben Jahua, örök egyenességet ad neki, és hatalmat arra, hogy képes legyen igazságosságban és jóságban járni, és örök fényességben jár majd. A bűn örökre megsemmisül a sötétségben, és attól a naptól fogva nem jelenik meg mind örökké. Énok figyelmeztetései gyermekeinek. 91. fejezet. És most, fiam Matuzsálem, hívd ide nekem összes fivéredet, és gyűjtsd össze nekem, anyádnak, minden fiát, mert egy hang szólt hozzám, és a szellem öntetett kirám, hogy mindent megmutassak nektek, ami az örökké valóságig történni fog veletek. Erre elment Matuzsálem, magához hívta összes fivérét, és összegyűjtötte rokonait. És énok beszélt az igazságosság minden gyermekével, és ezt mondta: Halljátok, ti énok fiai, atjátok minden szavát, és pontosan figyeljetek szám hangjára, mert figyelmeztetlek benneteket, és azt mondom nektek, szeretteim, szeressétek az egyenességet, és járjatok benne ne kettős szívvel közeledjetek az egyenességhez, és ne legyetek azoknak társai, akiknek kettős a szívük, hanem járjatok becsületességben és igazságosságban, fiaim, és jó utakon vezet majd titeket, és társatokul szegődik. Mert tudom, hogy az erőszakosságnak növekednie kell a földön, és nagy büntető ítéletet ülnek majd a földön, véget vetnek minden igazságtalanságnak, bizony gyökerestül lemetszik, és egész rendszere el fog pusztulni. Másodszor is megismétlődik az igazságtalanság, és megvalósul a földön, és újból felülkerekedik majd az igazságtalanság minden cselekedete, az erőszakoskodás és a törvényszeg is minden cselekedete. És amikor minden cselekedetben fokozódik az igazságtalanság, az Istenkáromlás, az erőszak, a hitehagyás, és növekszik az elpártolás, a törvényszegés és a tisztátalanság, akkor nagy büntető ítélet jön majd mindenekre a mennyből. És Szent Jahú a haraggal és csapásokkal lép elő, hogy ítéletet tartson a Földön. Azokban a napokban gyökerestül tépik ki az erőszakosságot, éppen így az igazságtalanság gyökereit is a családsággal együtt és megsemmisülnek az ég alatt. A nemzetek minden báványuktól megszabadulnak, a templomokat tűzpusztítják és eltörlik őket az egész földről, és a tűz kárhozatába fogják vetni. Haragban és súlyos örökítéletben pusztulnak majd el. Az igaz feltámad álmából, és a bölcsesség fel kell, és igazaknak adatik. És most, fiaim, elmondom nektek, és megmutatom nektek az igazságosság útjait, és az erőszakoskodás útjait is. Bizony újra megmutatom nektek, hogy tudatában legyetek az eljövendőknek. És most hallgassatok rám, fiaim, és járjatok az igazságosság útjain, és ne járjatok az erőszak útjain, mert mindazok, akik nem az igazságosság útjain járnak, örökre elvesznek. Az apokalipszis hetei, 93. fejezet. Akkor hozzáfogott énok, hogy elbeszélje a könyvek tartalmát. Így szólt: Az igazságosság gyermekeiről, a világ választottairól és az igazságosság és az egyenesség ültetvényeiről, ezekről akarok nektek beszélni. És tudtatokra adom, fiaim, én, énok, annak megfelelően, amit nekem mennyei látásomban mutattak, és amit a Szent Angyalok szavából tudok, és a mennyei táblákról megtanultam. És énok hozzáfogad, hogy a könyvből elmondja, és így szólt: Hetedikén születtem az első héten, amikor még igazságosság és hűség uralkodott. Utána a második héten nagy gonoszság emelkedik majd fel, és családság fakad. Benne lesz az első vég, és csak egy férfi menekül meg benne. Miután elmúlt a vég, növekedni fog az igazságtalanság, és törvény adatik majd a bűnösök számára. Ezután a harmadik hétvégén egy férfit választanak ki, mint az igazi ítélet palántája, és az ő leszármazottja lesz az igazságosság örök csemetéje. Ezután a negyedik hétvégén láthatóvá lesznek a szentek és igazak látomásai, és egy törvény minden eljövendő nemzedék számára, és sátrat állítanak fel számukra. Ezután az ötödik hétvégén örökre felépítik a dicsőség és uralomházát. Erre a hatodik héten mind megbakulnak az akkor élők, bölcsesség híján istentelenségbe merülnek el minnyájan. Egy férfi felszáll az égbe, a hét vége felé tűz pusztítja el a királyság házát, és a választott gyökér egész nemzedéke szét fog szóródni. Ezután a hetedik héten egy hitehagyott nemzedék támad, számos cselekedetet hajt végre, és minden tette elpártolás lesz. E hét végén ki lesznek választva az igazságosság örök ültetvényének választott igazai hogy hétszeres oktatást kapjanak az ő egész teremtéséről. Mert hiszen ki olyan az összes emberfiak közül, aki képes lenne rá, hogy meghallja a szent hangját, és ne remegne meg tőle? Ki az, aki képes lenne rá, hogy átlássa gondolatait? És ki az, aki képes lenne rá, hogy az ég összes művét szemléje? Hogyan lehetne bárki olyan, aki az eget képes lenne megvizsgálni? és ki az, aki képes lenne rá, hogy a menny dolgait belássa, hogy egy lelket vagy egy szellemet lásson és arról beszéljen, vagy felemelkedjen és mindenek végét lássa, felfogja vagy azokat utánozza. Az összes férfi közül ki az, aki képes lenne tudni, hogy mennyit tesz ki a föld szélessége és hosszúsága, és kinek mutatták meg ezeknek mértékét. Vagy van-e bárki is, aki képes lenne megismerni az ég hosszát, mennyit tesz ki a magassága, mire alapul, milyen nagy a csillagok száma, és hol térnek nyugovóra az égi fények? 91. fejezet Akkor elmetszik az igazságtalanság gyökereit, és a bűnösök kardáltal pusztulnak el. Az istenteleneknek mindenütt elmetszik gyökereit, és azok, akik erőszakoskodást terveznek és káromkodnak, kardáltal pusztulnak el. Ezután egy másik hét támad a nyolcadik, amely az igazságossági és egy kardot kap majd, hogy ítéletet és igazságosságot gyakoroljon azok felett, akik erőszakos tetteket követtek el, és a bűnösök az igazak kezeibe adatnak át. Ugyanennek befejezésekor házakat szereznek majd igazságosságuk által, és a nagy királyháza dicsőségben mindörökre felépül. Ezután a kilencedik héten az egész világ számára kinyilvánul az igazságosság ítélete, és az istentelenek minden műve eltűnik majd az egész földről. A világ fel lesz jegyezve a pusztulásra, és minden ember az egyenesség útja után néz majd. Ezután a tizedik héten, a hetedik részben következik be a nagy örökítélet a virrasztókon és a hatalmas örök mennyeken, amelynek folyamán végrehajtja a büntetést az angyalok között. Az első ég el fog tűnni és el fog pusztulni. Új ég jelenik majd meg, és az ég minden ereje hétszeresen világít majd örök időkig. Ezután sok számtalan hét telik majd el jóságban és igazságosságban mindörökké, és a bűn többé szóba sem kerül attól fogva mindörökké. Intelmek az igazaknak. 94. fejezet. És most azt mondom nektek, fiaim, szeressétek az igazságosságot és járjatok benne, mert az igazságosság ösvényei elfogadásra érdemesek, viszont az igazságtalanság útjai hamar elpusztulnak és eltűnnek. Egy eljövendő nemzedék egyes embereinek kinyilvánulnak majd az erőszakoskodás és a halál útjai, ők azonban távol tartják tőle magukat és nem követik azt. És most így szólok hozzátok ti igazak, ne járjatok a gonoszság útjain, se a halál útjain. Ne közeledjetek hozzájuk, nehogy elpusztuljatok, hanem keressétek és válasszátok az igazságosságot, és Elohimnak tetsző szent életet, és járjatok a béke útjain, hogy éljetek és boldoguljatok. Őrizzétek meg szavaimat szívetek gondolataiban, és ne engedjétek, hogy kitöröljék őket szívetekből. Mert tudom, hogy a bűnösök csábítani fogják az embereket, hogy megrontsák a bölcsességet. Nem lesz hely számára, és nem szűnik meg majd a mindenféle kísértés. Jaj szavak a gazdagok és erőszaktevők felett. Jaj azoknak, akik a gonosság és erőszak építményét emelik, és a csalást lefektetik, mint alapot, mert gyorsan kipusztulnak, és nem lesz békességük. Jaj azoknak, akik bűnárán építik fel házaikat, mert letaszítják őket alapjukról, és kardáltal esnek el. Azok pedig, akik aranyat és ezüstöt szereznek az ítéletben, hirtelen vesznek el. Jaj nektek gazdagok, mert vagyonotokban bíztatok, bizony hamar elváltok vagyonotoktól mert gazdagságotok napjaiban a jó lét idejében nem gondoltatok a magasságosra. Káromoltatok, gonoszságokat követtetek el, és így elkészültetek a leülés napjára, a sötétség és a nagy ítélet napjára. Ezt mondom, és tudtatokra hozom, hogy aki alkotott, el is pusztít titeket. Nem könyörül bukásatokon, hanem örvendezni fog teremtőtök pusztulásatokon. És azokban a napokban a köztetek lévő igazak tanúbizonyságok lesznek ellenetek, ó bűnösök és istentelenek. Énok bánata 95. fejezet Ó bár csak vízfelhő volna a szemem, hogy megsiratna titeket, és felhőként hullatná könnyeimet, hogy nyugalmat találnék szívem keserűségétől. Ki meg nektek, hogy szégyent és gonosságot műveljetek? Utolér majd benneteket az ítélet bűnösök. Ne féljetek a bűnösök tölti igazak, mert Jahua Elohim ismét át fogja adni őket kezetekbe, hogy tetszésetek szerint tartsatok ítéletet felettük. Jaj nektek, akik kiejtitek feloldhatatlan átkaitokat, bűneitek miatt távol lesz tőletek a gyógyulás, Jaj nektek, akik gonoszsággal fizettetek fele barátotoknak, mert titeket is tetteitek szerint fizetnek ki. Jaj nektek hazug nyelvek, hamis tanúk, és azoknak, akik igazságtalanságot mértek, mert hamar el kell pusztulnatok. Jaj nektek, ó bűnösök, mert üldözitek az igazakat, mivel titeket szolgáltatnak majd ki és üldöznek. Ti igaztalanok, és az igazak igája súlyosan nehezedik majd rátok. Két újabb bíztatás. 96. fejezet Reméljetek ti igazak, mert gyorsan elpusztulnak előletek a bűnösök, és ti uralkodtok majd tetszésetek szerint fölöttük. A bűnösök nyomorúságának napján felemeltetnek gyermekeitek, és felkelnek, mint a sasok. Magasabban lesz fészketek, mint ahogy a kesejű fészkel magasra hágtok, és eltűntök a föld repedéseibe, és a sziklák mélyére a bűnösök elől, mint a szirti borz. Sóhajtoznak és sírnak majd miattatok, mint az éj madár. Ti szenvedők azonban ne féljetek, mert gyógyulásban lesz részetek, világos fény ragyog majd nektek, és a nyugalom hangját halljátok majd az égből. Jaj szavak a gazdagok felett! Jaj nektek bűnösök, hogy vagyonotok igaznak tulajdonít benneteket, de szívetek bűnösnek ítél. Ez a szó tanúbizonyság lesz ellenetek, hogy emlékeztessen gonoszságotokra. Jaj nektek, akik felfajátok a búza javát, és nagy edényekből szürcsölitek a bort, és erőtök teljében a gyengéken tapostok. Jaj nektek, akik minden forrásból vizet isztok, mert hamar bosszút állnak rajtatok hirtelen elfonyatok és elszáradtok, mert elhagytátok az élet forrását. Jaj, nektek gonosztevők, akik igazságtalanságot munkáltok, csalást és káromlást. Ez majd mind a gonoszra való emlékeztető jelül lesz le ellenetek. Jaj, nektek hatalmasok, akik erőtök teljében lesújtatok az igazra, mert eljön majd romlásotok napja. Abban az időben sok boldog nap köszönt majd az igazakra, ez a ti ítéletetek napja. Az igazaknak szóló bíztatás 97. fejezet Higgyétek ti igazak, hogy a bűnösök megszégyenülnek és elpusztulnak majd azon a napon, amikor véget ér az igazságtalanság. Tudomásatokra jut majd ti bűnösök, hogy a leghatalmasabb az elpusztításotokra gondol, és az ég angyalai örvendeznek pusztulásotoknak, Figyelmeztető szavak a bűnösökhöz az ítéletről. Mit fogtok tenni ti bűnösök, és hova fogtok menekülni az ítéletnek ama napján, ha meghalljátok az igazak imájának hangját? Akkor már nem lehettek olyanokká, mint ők. Ellenetek lesz ez a tanúság. Bűnösök társai voltatok. Azokban a napokban az igazak imája Jahua Elohim elé jut, számotokra viszont az ítéletetek napja hirtelen elérkezik összes gonosz tetteiteket felolvassák a szent és hatalmas előtt, és arcotok szégyenbe borul, és elvet majd minden gonoszságra alapozott cselekedet. Jaj, szavak a gazdagok felett! Jaj, nektek bűnösök, akik az óceán és a szárazföld közepén laktok, visszataszító még emlékezni is rátok. Jaj, nektek, akik hamissággal szereztetek aranyat és ezüstöt, miközben ezt mondjátok, Felette meggazdagodtunk, javaink voltak, és mindent megszereztünk, amire vágytunk. Most végre akarjuk hajtani, amit elterveztünk, hiszen ezüstöt gyűjtöttünk, és magtárainkat úgy megtöltöttük, mintha víz árasztotta volna és sok földművelő tartozik házainkhoz. Bizony hazugságotok, mint a víz úgy folyt szét, mert gazdagságotok nem marad meg nektek, hanem hirtelen eltávozik tőletek mert mindent jogtalanság árán szereztetek, és ki lesztek szolgáltatva az örök kárhozatnak. Eskü a bölcseknek és a balgáknak. 98. fejezet És most megesküszöm nektek ti bölcsek és balgák, hogy sokat megtapasztaltok majd a földön a férfiaitok több ékszert is vesznek fel, mint egy nő, és több tarka holmit, mint egy szűz, királyi méltóságban, fenségben, uralkodói nagyságban, ezüstben, aranyban, bíborban, tiszteletben és eledelekben úgy ki lesznek öntve, mint a víz. Mert ha nincs meg kellő tudásuk és bölcsességük, úgy kincseikkel, összes dicsőségükkel és tiszteletükkel együtt el fognak pusztulni és szégyenben, leöletésben és nagy szűkölködésben vetik majd be szellemeiket a tüzes kemencébe. Két eskü a bűnösöknek, a bűn emberi eredetéről és ítéletéről. Esküszöm nektek ti bűnösök, amint egy hegy sohasem volt rabszolga, sem azzá nem lesz, és amint egy domb se lesz egy nő cselédjévé, úgy a bűn sem küldetett a földre, hanem az emberek maguktól alkották és ezért nagy kárhozat jut osztály részül azoknak, akik elkövetik. A terméketlenség nem természeténél fogva adatott az asszonynak, hanem kezeinek gonosz tettei miatt hal meg gyermektelenül. Megesküszöm nektek, bűnösök, a hatalmas szentre, hogy minden gonosz tettetek nyilvánvaló az egekben, és erőszakoskodásatok egyetlen műve sincs eltakarva vagy elrejtve. Ne gondoljátok szellemetekben, se ne mondjátok szívetekben, hogy nem tudjátok, se nem látjátok, hogy minden egyes bűnt naponta feljegyeznek a mennyekben a legfőbb előtt. Mostantól fogva tudjátok meg, hogy összes zsarnokságotokat, melyen nyomorgattatok, az ítéletek napjáig minden nap fel fogják jegyezni. Jaj szavak a téveigők felett! Jaj nektek balgák, mert balgatagságotok által fogtok elpusztulni. Nem hallgattatok a bölcsekre, és nem talál meg titeket a jó. Tudjátok meg most, hogy a romlás napjára vagytok előkészítve. Ne reméljetek, hogy ti bűnösök életben maradtok, hanem kipusztultok és meghaltok, mert nincs értetek váltság, mivel a nagy ítélet napjára, a szomorúság és a szellemetekre beköszöntő, nagy megszégyenítés napjára vagytok előkészítve. Jaj, nektek megáltalkodott kemény szívűek, akik gonoszat műveltek és vérrel táplálkoztak. Honnan vannak azok a jó dolgok az evéshez, iváshoz és jól lakáshoz? Mindazokból a jó dolgokból ugyanis melyekkel Jahua a legfőbb gazdagon ellátta a földet. Nem leltek majd békét. Jaj nektek, akik az igazságtalanság tetteit szeretitek. Miért reméltek jó szerencsét magatoknak? tudhatnátok, hogy az igazak kezébe estek, és ők elvágják torkotokat, megölnek és nem könyörülnek rajtatok. Jaj nektek, akik az igazak nyomorúságán örvendeztek, mert nem másnak sírt majd nektek. Jaj nektek, akik semmibe veszitek az igazak szavait, mert nem lesz reményetek az életre. Jaj nektek, akik hazug és istentelen szavakat írtok, mert azok hazugságaitokat jegyzik fel, hogy az emberek hallják azokat, és az istentelenséget cselekedjék a fele barátjukkal. Ezért nem lelnek majd békét, hanem hirtelen halállal halnak meg. 99. fejezet Jaj azoknak, akik az istentelenségen munkálkodnak, hazuk szavakat dicsérnek és magasztalnak. El fogtok pusztulni, és nem várhattok jó életre. Jaj azoknak, akik hamisítják az igazság szavait, Eltorzítják az örök törvényt, és átváltoztatják magukat azzá, amik korábban nem voltak. Bűnösökké. A föld fogja elnyelni őket. Bátorítás az igazaknak, hogy imádkozzanak az ítéletért. Azokban a napokban készüljetek fel ráti igazak, hogy felemelik imáitokat emlékeztetőül, hogy helyezzék azokat bizonyságul az angyalok elé, hogy emlékezetébe idézzék a legfőbbnek a bűnösök gaztettét. Azokban a napokban fel fognak lázadni a népek, és felkelnek a nemzetek családjai a pusztulás napjára. Eljönnek a várandósak azokban a napokban, megszülnek, majd eladják és elhagyják gyermeküket, a terhes asszony meg elvetél. Előjön méhükből a csecsemő, de előzik maguktól még, mint csecsopót, nem térnek vissza hozzájuk, és nem könyörülnek szeretteiken. Újabb figyelmeztetések a tévejgőknek. Ismét megesküszöm nektek, bűnösök, hogy szünet nélküli vérontás napja készül a bűnnek. És azok, akik köveket, vagy aranyból, ezüstből, fából és agyakból faragott képeket imádnak, és azok, akik tisztátalan szellemeket, szörnyszülötteket és mindenféle báványt imádnak majd a pogány templomaikban tudatlanságból, semmiféle segítséget nem kapnak majd azoktól és szívük balgasága miatt istentelenné váltak, és szemük elvakó szívük félelme miatt és az álmaikban látott látomásaik miatt. Ezokból kifolyólag lesznek istentelenek és gyávákká, mert minden munkájukat hazugságban hajtják végre, és köveket szolgálnak, így egy szempillantásban elpusztulnak. Boldogok, akik hallgatnak a bölcsek szavára, Azokban a napokban áldottak lesznek mindazok, akik elfogadják és ismerik a bölcsesség szavait, és megtartják a legfőbb útjait, és az ő igazságának útján járnak. És nem válnak istentelenek ki az istentelenekkel együtt, mert meg fognak menekülni. Jaj, szavak sora. Jaj nektek, akik gonoszságot terjesztetek fele barátotokról, mert a seholban kell ápusztulnotok. Jaj nektek, akik család és hamis mértéket készítetek, és akik keserűséget okoztok a földön, mert ezáltal fogtok teljességgel megemésztődni. Jaj nektek, akik mások kemény fáradozása által építitek házaitokat, és minden építőanyaga a bűntéglája és kövei. Azt mondom nektek, nem lesz békességetek. Jaj azoknak, akik megvetik atyáik mértékét és örök hagyatékukat, akiket a romlás szelleme hajt, és akik lelke követi a báványokat. Nem lelnek majd nyugalmat. Jaj azoknak, akik igazságtalanságot cselekesznek, és segítik a zsarnokságot, és fele barátjaikat ölik az ítélet nagy napjáig. Mert ő letaszítja dicsőségeteket, csapást hoz szívetekre, felgerjeszti haragja szellemét, és minnyájukat karddal pusztít el a szentek és igazak serege megemlékezik bűneitekről. A bűnösök elpusztítják egymást. Az angyalok ítélete, az igazak biztonsága, további jaj. Századik fejezet. Azokban a napokban az atyákat a fiakkal együtt egy helyen ütik majd agyon, és az egyik testvér a másikkal hullik a halába, míg a vérük folyamként nem árad senki nem fogja vissza irgalmazó kezét, hogy megneölje a fiát, vagy annak a fiát, és a bűnös sem fogja vissza kezét, hogy megölje legbecsesebb testvérét. Hajnaltól napnyugtáig öldösni fogják egymást. És a ló a szügyéig gázol majd a bűnösök vérében, és a szekér teljesen elmerül majd benne. Azokban a napokban az angyalok leszállnak a titkos rejtek helyekre, ahová rejtőztek a bűnösök a harag elől, és egy helyre gyűjtik mindazokat, akik a bűnt lehozták. A Magasságos pedig ítéletre emelkedik azon a napon, hogy ítélkezzen az összes bűnös felett. Áldott jövő! Az összes igaz és szent fölé szent angyalokat állít majd őrállóul, hogy úgy őrizzük őket, mint szemük fényét, amíg véget nem vet minden gonoszságnak és minden bűnnek. Ha hosszú álmat is alusznak az igazak, nincs félni valójuk és akkor a föld fiai látni fogják a bölcseket biztonságban, és megértik-e könyv minden szavát, és felismerik, hogy gazdagságok nem mentheti meg őket bűneik bukásától. Jajok lánca Jaj nektek bűnösök a szorongattatás erős napján, nektek, akik kínozzátok az igazakat, és tűzzel égetitek el őket, tetteitek szerint fizetnek majd nektek. Jaj, nektek megáltalkodott szívűek, akik azért virrasztotok, hogy gonosz tervezzetek, ezért félelem jöj rátok, és senki nem segít rajtatok. Jaj, nektek bűnösök, mert szátok szavai és kezeitek tettei szerint, melyeket istentelen módon követtetek el, tűznél égetőbb lángokban fogtok égni. Elohim a teremtett világ segítségével gyakorol ítéletet. Tudjátok hát meg, hogy ő az angyaloktól meg fogja tudakolni a mennyben tetteiteket, és a napot, a holdat és a csillagokat kérdezi bűneitekről, mert a földön elítéltétek az igazakat. Minden felhőt, ködöt, harmatot és esőt hoz majd fel ellenetek bizonyságul, mert mindazok visszariadnak tőletek, hogy leereszkedjenek rátok, és tekintetbe veszik bűneiteket. Adjatok hát ajándékokat, hogy az eső ne óvakodjék attól, hogy leszálljon rátok, sem a harmad, ha ezüstöt és aranyat kapott tőletek, hogy lehújjon. Amikor a dél és a hó hidegével és az összes hóvihar kegyetlen csapásával együtt leszáll majd rátok, azokban a napokban nem lesztek képesek megállni előttük. Búzdítás az Elohim félelmére. Minden teremtmény féli őt, de a bűnösök nem. 101. fejezet Ti az ég összes fiai, nézzétek az eget és a magasságos minden művét, és féljétek őt, és semmi gonoszat ne tegyetek az ő jelenlétében. Ha bezárja az ég ablakait, és visszatartja az esőt meg a harmatot, hogy miattatok ne hújjon a földre, mit tesztek akkor? Ha rátok küldi haragját, rátok és cselekedeteitekre, vajon nem fogjátok-e könyörgőre? mivel igazságossága ellen gőgösen és szemtelenül beszéltetek, nem leltek békességet. Nem látjátok, mint a hajók tengerészei, ha hajóikat körbeforgatják a hullámok, és hintáztatják a szelek, akik félnek, és emiatt rémületbe esnek. Ezért megfélemlítetnek, mert összes legjobb holmiuk a tengerbe vándorolt, és szívükben amiatt aggódtak, hogy a tenger elnyeli őket, és elpusztulnak benne. Vajon a tenger összes vize és egész mozgása nem a magasságos teremtménye? Nem szabott a -e határt összes cselekedetének és szorította körül homokkal. Feddésére megrémül és kiszárad benne minden hal és minden, ami benne van, elpusztul, csak ti bűnösök, akik a Földön laktok, nem féltek tőle. Nem ő teremtette az eget, a Földet és mindent, ami bennük van. Kiadott megértést és bölcsességet mindazoknak, amik a földön és a tengerben mozognak. Nem félnek -e a hajó tengerészei a tengertől. A bűnösök azonban nem félnek a magasságostól. Az ítélet napjának borzalmai 102. fejezet. Azokban a napokban, amikor súlyos tüzet hoz rátok, Hova fogtok menekülni, és hol találtok szabadulást? És nem fogtok-e megrémülni és félni, amikor ellenetek indítja szavát? Minden világító megrendül nagy félelemmel, az egész Föld meg fog rémülni, reszketni és félni fog. Minden angyal teljesíteni fogja parancsát, és a föld gyermekei arra törekszenek, hogy elrejtsék magukat a hatalmas dicsőség jelenléte elől, reszketni és rémüldözni fognak. De ti bűnösök örökre átkozottak vagytok, és nincs békességetek. Buzdítás az igazságban elszenderültek számára. Ne féljetek ti igazak lelkei, és legyetek telve reménnyel ti, akik igazságosságban haltok meg. Ne búsuljatok, ha lelketek nagy szomorúságban megy le a sávalba, és életetek idején testetekben nem boldogultatok a tióságotoknak megfelelően, hanem várjátok a bűnösök ítéletének napját, és az átoknak és büntetésnek napját. És mégis, amikor meghaltok, így beszélnek rólatok a bűnösök. Ahogy mi halunk, meg úgy halnak meg az igazak is, és mi hasznát aratták tetteiknek. Íme, ahogy mi, úgy halnak meg ők is, bánatban és sötétségben, és mi előnyük van velünk szemben. Mostantól fogva egyenlők vagyunk, és mit fognak kapni, és mit fognak látni valaha. Hiszen lám ők is meghaltak, és mostantól fogva soha nem látják a világosságot. Mondom nektek, ti bűnösök, ti megelégettek azzal, ha estek és isztok, embereket mesztelenre vetkőztettek és kiraboltok, védkeztek, jó létet szereztek és jó napokat láttok. Láttátok az igazakat, hogy hogyan lett végük, mert semmiféle erőszakot nem találtak bennük halálukig. Ennek ellenére elpusztultak és olyanok lettek, mintha nem is lettek volna, és szellemeik nyomorúságban ereszkedtek a seolba. Az igazak és a bűnesek különböző sorsa. 103. fejezet. Most tehát megesküszöm nektek igazak annak a dicsőségére, aki nagy, felmagasztalt és hatalmas az uralkodásban, és nagyságára esküszöm nektek. Ismerem a titkot, és a mennyei táblákon olvastam, és láttam a szent könyveket, és abban leírva és róluk feljegyezve találtam, hogy minden jóság, öröm és dicsőség igazak számára elkészítetett, és fel van írva azok szellemei számára, akik igazságosságban haltak meg és hogy sokféle jót adnak majd nektek munkáitok jutalma gyanánt, és osztályrészetek bőségesebb az eljövendőben, mint a most élőké. Szellemeitek közül, amelyek igazságosságban haltak meg, élni és örvendezni fognak, és szellemeiteket nem pusztítják el, hanem emlékezetük a hatalmas színe előtt lesz a világ összes nemzedékéig. Ezért ne féljetek gyalázkodásuktól. Jaj szavak az elhunyt bűnösökhöz. Jaj nektek bűnösök, amikor meghaltok, ha bűneitek bőségében haltok meg. Azok meg, akik kedvelnek, azt mondják rátok. Boldogok a bűnösök, egész életükben mindent láttak. És hogyan haltak meg? Jó létben és gazdagságban. Életükben nem láttak nyomorúságot és vérontást. Megbecsülésben haltak meg, és életük idején nem teljesedett be az ítélet rajtuk. Tudjátok meg, hogy lelkeiket a seolba küldik. Boldogtalanok lesznek nagy nyomorúságukban. Oda, ahol a nagy ítélet megy végbe, sötétségben, láncokban, lobogó tűzbe lép be majd, szellemetek és nagy ítélet vár a föld minden nemzedékére. Jaj nektek, nem lesz békességetek. Buzdítás és figyelmeztetés az igazaknak. Ne mondjátok ti igazak és jók, akik éltek, hogy nehéz napjaink során keményen dolgoztunk, és sok nehézséget átéltünk, és sok gonosszal találkoztunk, ami elnyelt bennünket, és megkevesbettünk, és szellemünk gyenge, és ápusztítottak bennünket, és senki sem segített nekünk, még csak egy jó szóval sem. Kínoztak bennünket, és pusztítottak, és nem volt reményünk, hogy életet lássunk napról napra. Azt reméltük, hogy mi leszünk a fej, és végül farokká lettünk. Nehéz munkákkal kínlottunk, és nem elégítettek meg fáradtságukért. A bűnösök eledelévé lettünk, és az igaztalanok súlyosan ránk szorították igájukat. Akik gyűlöltek és ütöttek, azok kaptak hatalmat felettünk, fejet hajtottunk ellenségeink előtt, mégsem irgalmaztak nekünk. Igyekeztünk elmenekülni tőlük, hogy biztonságba helyezzük magunkat és nyugalomra találjunk de nem találtunk olyan helyet, ahová elszökhettünk, vagy előlük elmenekülhettünk volna. És panaszkodtunk az uralkodónknál nyomorúságunk miatt, és kiáltottunk azok ellen, akik felemésztettek, de nem vették figyelembe siránkozásunkat, és nem hallgatták meg panaszunkat. Azoknak segítettek, akik kiraboltak, felemésztettek és megtizedeltek minket. Eltitkolták erőszakoskodásukat, és nem vették le rólunk azoknak igáját, akik felemésztettek, szétszortak és meggyilkoltak minket. Eltitkolták legyilkolásunkat, és nem gondoltak rá, hogy ellenünk emelték kezüket. 104. fejezet Esküszöm nektek igazak, hogy az angyalok a mennyben a ti emlékeznek meg a hatalmas dicsőség előtt, és neveitek fel vannak írva a nagy dicsőség előtt. Legyetek bizalommal, mert kezdetben gonosságban és nyomorúságban szégyenítettek meg titeket, de most úgy ragyogtok és fényletek majd, mint az ég világítói. Bizony világítani fogtok láthatóan, és az egek kapui kinyílnak nektek. Ne hagyjatok fel az ítélet utáni sóvárgó kiáltásokkal, akkor majd megmutatkozik nektek minden nyomorúságotokért látogatás lesz az uralkodókon. És mindazokon, akik segítették a titeket kizsákmányolókat. Reméljetek, és ne adjátok fel a reményt, mert nagy lesz az örömötök, mint az ég angyalainak. Mit tesztek majd akkor? Nincs szükségetek rá, hogy elrejtőzzetek a nagy ítélet napján, és nem találnak bűnösnek benneteket. Az örök ítélet a világ minden nemzedékében távol lesz tőletek. Ne féljetek, hát igazak, ha látjátok, hogy a bűnösök megerősödnek, és szerencséjük van útjukon. Ne legyetek társaik, tartsátok távol magatokat erőszakosságuktól, mert a mennyei seregek társaivá kell lennetek. A bűnösök érveinek cáfolata. Jól lehet ti bűnösök, azt mondjátok. Egyetlen bűnünket sem vizsgálják ki, és nem jegyzik fel. Azonban ők minden bűnötöket minden nap feljegyzik. És most megmutatom nektek, hogy a világosság és sötétség nappal és éjjel látja összes bűnötöket. Ne legyetek szívetekben istentelenek, ne hazudjatok, ne változtassátok meg az igazság szavait, és ne mondjátok hazugságnak a hatalmas, szent szavait. Ne vegyétek figyelembe báványaitokat, hiszen összes hazugságotok és istentelenségetek nem az igazságosságnak, hanem nagy bűnnek a jele. Én azonban ezt a titkot is ismerem, hogy sok bűnös megváltoztatja és elferdíti az igazság szavait számtalan módon, gonosz beszédeket mond és hazudik, nagy csalásokat eszel ki és saját szájíze szerint ír könyveket. De amikor majd minden szavamat helyesen írják le saját nyelvükön, semmit sem változtatnak meg, vagy hagynak ki szavaimból, hanem mindent helyesen írnak le, mindent, amit én rájuk vonatkozóan tanúsítottam, akkor ismerek egy másik titkot. Tudnélik, hogy könyvek adatnak majd az igazaknak és a bölcseknek, és sok örömet, egyenességet és bölcsességet fognak nyújtani. A könyveket átadják majd nekik hinni fognak azokban, és örvendeznek annak, és minden igaz, aki abból megtanulta a becsületesség minden útját, mert meg fogja kapni utalmát. 105. fejezet Azokban a napokban mondja Jahua, jelentség ki, és tegyenek tanulbizonyságot a föld gyermekeinek a könyv mellett. Mutassátok meg ezeket nekik, mert ti vagytok vezetőik, és a jutalomnak az egész földre el kell jutni mert én és az én fiam örökre egyesülünk velük az igazságosság útjain életükben. Békességet vesztek, örüljetek ti, igazságosság gyermekei. Ámen, halleluja! Énok könyve, hatodik könyv, Noé születése, százhatodik fejezet napok múltával fia Matuzsálem feleséget vett fiának lámeknek. Az terhes lett tőle, és fiút szült. És teste fehér volt, mint a hó, és piros, mint a rózsa, és a fején a haja és a hosszú hajtincsei fehérek voltak, mint a gyapjú, és szemei gyönyörűek voltak. Amikor kinyitotta a szemét, a fény bevilágította az egész házat, mint a nap, és az egész ház világos lett. Erre felállt a bába kezei közül, kinyitotta a száját, és Jahua igazságáról beszélt. Akkor megijedt tőle atya, lámek elfutott az ő atyához Matuzsálemhez. Azt mondta neki, különös fiút nemzettem. Nem olyan, mint egy ember, hanem az ég Elohimjának fiaihoz hasonlít. Természete más, mint a miénk. És nem olyan, mint mi vagyunk. Szemei olyanok, mint a napsugarak, és arca dicsőséges. Nekem úgy tűnik, hogy nem tőlem, hanem az angyaloktól származik, és félek, hogy az ő idejében különös dolog történhet a földön. És most, atyám, itt vagyok, hogy könyörögve arra kérjelek, menj atyánkhoz, énokhoz, hogy megtud tőle az igazságot, mivel ő az angyaloknál tartózkodik. Amikor pedig Matuzsálem meghallott a fia szavát, eljött hozzám a föld végeire, mert hallotta, hogy ott voltam, és hangosan kiáltott, és meghallottam hangját eljöttem hozzá, és azt mondtam neki. Íme itt vagyok, fia, miért jöttél hozzám? Válaszolt nekem, és azt mondta. Nagy gond miatt jöttem hozzád, és nyugtalanító jelenség miatt léptem hozzád. És most hallgass meg engem, atyám. Fiamnak, lámeknek fia született, akinek alakja és természete nem olyan, mint egy embernek természete. Testének színe fehérebb, mint a hó, és pirosabb, mint a rózsavirág haja fehérebb, mint a fehér gyapjú, és szemei, mint a napsugarak. Ha kinyitja szemeit, azok bevilágítják az egész házat. Felállt a bába kezei között, és kinyitotta száját, és áldotta Jahuát. Atya lámek megijedt, és hozzám menekült. Nem hiszi, hogy tőle származna, hanem az ég angyalainak képmása. Íme azért jöttem hozzád, hogy tudtom rad az igazságot. Erre én énok ok válaszoltam, és azt mondtam neki. Jahu egy új dolgot fog alkotni a földön, és ezt láttam egy látomásban. És tudtodra adtam, hogy atyámnak járednek az idejében az ég néhány angyala megszegte Jahu a szavát. Íme bűnt követtek el, és áthágták a törvényt. Egyesítették magukat asszonyokkal, és védkeztek velük. Néhányukat feleségül vették, és gyermekeket nemzettek velük. Ők nemzették a Földön az óriásokat, akik nem szellemük, hanem testük szerint azok. Nagy büntető ítélet jön majd a Földre, és meg fogja tisztítani a Földet minden tisztátalanságtól. Bizony nagy pusztulás jön majd az egész Földre, vízözön és nagy pusztulás egy éven keresztül. Ez a fiú, aki nektek született, megmarad a Földön, és három fia vele együtt meg fog menekülni, amikor az egész emberiség elpusztul akkor ő és fiai megmenekülnek. Most pedig adt tudtára fiadnak lámeknek, hogy az, aki született valóban az ő fia, és nevét Noénak hívja, mert ő marad majd meg, nektek maradékó, és fiaival együtt meg fog menekülni abból a pusztulásból, amely az összes bűn, és a napjaiban a földön elkövetett összes istentelenség miatt köszönt a földre. Ezután még sokkal nagyobb lesz az istentelenség annál, mint amilyet először követtek el a földön. Mert én ismerem a szentek titkait, mert ő, Jahua megmutatta, és a tudomásomra hozta azokat, és elolvastam azokat a mennyei táblákon. 107. fejezet Láttam, hogy fel van rájuk írva, hogy egyik nemzedék a másik után fog védkezni, míg az igazságosság nemzedéke nem támad. És megsemmisül a vétek, a bűn eltűnik a földről, és minden jó eljön rá. Most pedig, fiam, menj, add utána fiadnak lámeknek, hogy ez a fiú, aki született, valóban az ő fia, és hogy ez nem hazugság. Amikor Matuzsálem meghalotta atyának, énoknak a beszédét, hiszen az összes elrejtett dolog meg lett mutatva neki, Visszatért és elmondta azokat neki, lámeknek. Annak a fiúnak a nevét pedig Noénak hívta, mert ő fogja megörvendeztetni a földet kárputlásul minden szenvedésért. Énok könyve, hetedik könyv, énok utolsó könyve, száznyolcadik fejezet. Egy másik könyv, melyet Énok a fiának, Matuzsálemnek és azok számára írt, akik utána fognak következni és befogják tartani a végidőkben a törvényt. Ti, akik jót tettetek, várjatok arra a napra, amíg véget nem vetnek azoknak, akik gonoszat cselekesznek, és véget nem ér a védkesek hatalma. Csak várjatok, amíg meg nem szűnik a bűn, mert neveiket kitörlik az életkönyvéből és a szentek könyveiből, és utódaikat örökre megsemmisítik. Szellemeiket elpusztítják, kiáltozni és jajgatni fognak egy zűrzavaros puszta helyen, és lángban fognak égni egy olyan helyen, ahol nincs föld alulról. Láttam ott olyas valamit, mint egy láthatatlan felhőt, mert mélysége miatt nem tudtam áttekinteni, és egy világosan égő tűzlángot is láttam, és olyannak tűnt, mint ragyogó hegyek, melyek körbe és oda-vissza mozogtak. Erre megkérdeztem azoknak a szent angyaloknak az egyikét, akik velem voltak, és így szóltam hozzá. Mi ez a világosan ragyogó dolog? Mert nem úgy néz ki, mint az ég, hanem mint hangos kiáltással, sírással, jajgatással, és hangos jajkiáltással kevert, ragyogó, fénylő tűzláng. Azt mondta nekem, erre a helyre, melyet látsz, hozzák a bűnösöket, a káromlókat és azoknak a szellemeit, akik gonoszat tesznek, és mindent megváltoztatnak, amit Elohim a proféták szája által az elkövetkezendő dolgokról meghirdetett. Mert erről fenn a mennyekben írások és feljegyzések vannak, hogy az angyalok elolvassák azokat, és ismerjék a bűnösök sorsát, az alázatosok szellemeinek sorsát, azokét, akik sanyargatták testüket és ezért Elohim meg fogja jutalmazni őket. Azokét, akiket a gonosz emberek gyalázni fognak, akik Elohimet szerették, sem aranyat, sem ezüstöt, sem bármilyen világi jót nem szerettek, hanem odaadták testüket a kínnak. Azok, akik amióta beléptek, az életben nem a földi ételek után vágyódtak, hanem testüket múlandó leheletnek tartották, és ennek megfelelően éltek. Jahua sokszorosan próbára tette őket, de szellemeiket tisztának találta, úgyhogy dicsérhetik az ő nevét. Minden jutalmat, amelyet kapnak, a korábbi könyvekben írtam le. Azért rendelt számukra jutalmat, mert olyannak találta őket, mint akik a mennyet jobban szerették földi életüknél. És akkor is engem dicsértek, amikor gonosz emberek letiporták őket. Gyalázkodásokat és káromló szavakat kellett elviselniük tőlük és becsmérelték őket. Most azonban hívni fogom azoknak a jóknak a szellemeit, akik a világosság nemzedékéhez tartoznak, és meg fogom dicsőíteni azokat a sötétségben születetteket, akiket testükben nem jutalmaztak meg dicsőséggel, amint ez hűségük révén megillette volna őket. Tündöklő fénybe vezetem be azokat, akik szent nevemet szerették, és mindegyiket külön-külön a megtiszteltetés trónjára fogom ültetni. Számtalan időn át fognak ragyogni, mert igazságos az Elohim ítélete. Hűséget gyakorol a hűségesekkel az igazság útjának lakhelyén. Látni fogják, amint a sötétség szülötteit a sötétségbe vetik, majd mi alatt az igazak ragyognak. A bűnösök hangosan kiáltozni fognak, ha látják, hogy fognak az igazak világítani, és ők is oda fognak menni, ahol számukra napok és idők vannak megszabva. Ámen.